Szevasztok! Hello. Nagyon, hello! nagyon rég nem csináltam már olyat, hogy nem streambe csináljuk a dolgokat, de ez most egy felvett dolog. Ezt most meg ja. fogjuk vágni. Ez uh, egy pritéb anyag. És ezt Balival csináljuk. Ő, bár, ő, ő ott Bali, mert meg van tükrözve. Ja. Ő pedig a vendégünk Gergő Bá, aki amúgy egy streamer, de a fontosabb tevékenysége szerintem az, hogy tanár is, illetve zenél ott a pólón lehet látni a ja. koncert maradványait, ahol a pólón zenél. Jól magunkat, eset, amúgy, azt, azt, itt is szeretném megköszönni a meghívást, amúgy. Ja, nagyon egy, szívesen. Mivel az a is... né né néptánc fesztiválokon szokott föllépni. Mesélj egy picit magadról, kérlek, hogy a nézőknek el, el tudjál mondani egy-két dolgot, Na, egy, egyszer-kétszer már rédeltelek, meg beszélgettünk sokat, de ők valószínűleg most látnak téged először elég sokat. Meg igazából én is, tehát ebbe ez a legszebb. Hogy ez, hát, ez ugye, ez ha volna a koncertre, akkor... Hát ez sajnos tőlem kívánálókok hát, miatt nem valósult meg. Tudom, tudom. Majd legközelebb. Az, az, a baj, hogy tudok beszélni nagyon sokat, úgyhogy lőjetek le, hogyha már nagyon sok. fog. Menni fog. <laughs> Menni fog. Az, az a helyzet, hogy még az elején csináltam podcastet, külön arról, hogy miért lettem, tóra, miért lettem zenész, és mind a kettő volt egy óra valamennyit. Tehát tényleg nagyon rengeteget tudok beszélni. Jó, de. Az, hát figyelj, ez a jó. <laughs> Mire, honnan indítsam, szóval. Hogy... Néha, várj, nem tudom, várj, 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 várj. Hogy... ne feled, csak ezt es, eszembe jutott ez a poén, ezt el akartam sütni. Gergő, mi az ős élményed a tanársággal? <laughs> ne? Honnan ered ez az egész? Ja, meg amúgy mit tanítasz, mert ők azt se tudják valószínűleg. Ja. Szintén. Nincs, nem is biztos, hogy van ősérményem, de benne lesz új, mit tanítok. Programozást tanítok, jelenleg fizikát. Matekot azt most inkább csak magámba, de az osztályom most 12-es és 9 én tartottam matekot nekik. Szóval igazából úgymond azt is. Sima informatikát is, amit már digitális kultúra, az új neve. Hmm. De, hát... ja, most már így hívják? Kiver a víz, de így hívják, igen. Wow. Wow, a viztőre, már de igen, tudom. már nem. Igen, digitális kultúra ez a neve. De egyébként változott is valamennyire a tananyag, majd esetleg bele mehetünk, hogyha akarunk. Ugye én ezeket tanítom nagyjából, most, most idén kaptam fizikát, néha adnak olyan tárgyat, ami ez annyira nem értek, és <laughs> akkor találjam föl magam. Meg most is kaptam még egy tárgyat, ami hálózati programozás. ami nem, az én tárgyam lenne, csak felmondott a kollega Na. egy héttel az iskola kezdés után, hogy megnyertem plusz ja. négy órát így. De ez így. tök jó amúgy, hogy nem is értesz hozzá papíron, és ugyanúgy megadják neked ezt a mellót, tehát ez is sok mindent elárul amúgy ja, ja, ja. a körülményekről. Az a baj, hogy ez nagyon jellemző, hogy de szerintem majd későbbre rátérünk, hogy ez az egész országban, hogy igazából nem az a kérdés, hogy tudod-e, tanítani, hanem hogy van erre ember, és hogyha azt mondod, hogy tudod tanítani, nem fog senki után nézni, tudod. Majd kiderül, hogy tudod, de erre majd mondok konkrét, konkrét példákat, vagy hogy mondjam. Hát amúgy minket is kerestek már amúgy a középiskolás tanáraink, nem akarunk menni tanítani vissza Látod. az iskolába, szóval. Na, hát ez... Engem főiskoláról, nagyon ijesztő. Jesus. De nem is értettem. Nem, hát ez nagyon, ez, ez, az egész országban jellemző szerintem, tehát mi hiába próbálják el mi is ismásolnénk, nincsen tanárhiány, de hát nyilván van, és ö, rengeteg óra van. Hát például szakképzésben tanítok, akkor kezdem az elejéről, szóval szakképzésben tanítok, nem általában, nem gimnáziumban, de gimnáziumi korú gyerekeket általában. Nyilván uh -huh. a szakképzésben lehetnek idősebbek is, ezt, ezt kitaláltak pár év, vagy akár e, megtörténhetne az eset, hogy beül egy 40 éves, amúgy a 15 évesek közé. Ez elég viccesen hangzik, és nem történt nálunk még konkrétan meg, de... A lehetőség egyébként megvan rá, ha valaki nappali jelentkezik, amúgy fel is kéne vennünk. Tehát, hogy ez így lehetne, az, az morálisan egy nagy kérdés, hogy a 15 éves kislánya, 40 éves poli mellett az hogy néz ki a tanterembe, de nem tudom, hogy megtörtént-e az országban ez. Mert annyit tudunk, hogy ez megtörténhet, de fizikailag mi még ezt nem láttuk így a saját bőrünkön. Olyan szokott lenni, hogy mondjuk 18-9 éves ülbent 9-esként. Ez, ez fizikailag megtörtént egyébként pár éve. Meg, meg van is, tehát csinálja egyébként az úta is. Mert ugye a szakmák azok úgy működnek, hogy hogyha te valamelyik szakmát csinálod, és megunod, vagy rájössz, hogy mégsem a tiéd, de már három évet beletettél, egy új szakmát csak úgy tudsz elkezdeni, ha újra kilencedikes vagy. Szóval. Ja, ezt a haverom is így járt, neki is úgy kellett, nálam két éve fiatalabb, tehát 24, ja, idén lett 24, és akkor az a lényeg, hogy ő is elment szakmára, és mondták neki, hogy hát akkor... 9. osztály, meg így mondta, hogy az jó buli. Arra van az ajtó, igen, lehet, Basztattuk is az, hogy ő a legfiatalabb, vagy a legidősebb kilencedikes valaha. Most már nem, tehát most már így egy simán megnőhet, tehát hát nagyon érdekes az, ugye az ok kicsinálták teljesen. Mm. Igen, én nekem, én talán én voltam az utolsó izébe, az még, vagy talán egy vagy kettő osztály ment még utána, ami volt OK, és utána már más lett a neve talán. Már, hát most, vagy úgy, ez az egész más. van. Hát most ugye a technikumnak hívják, és sima ok nincs külön, tehát csak az iskolákon keresztül csinálhatod. Oh. Vannak, egyéb, vannak, egyébként kiskapuk, most nem tudom, hogy ez <laughs> Vannak. Az a lényeg, hogy krétán, krétán, keresztül lehet csak, szóval tudja cég csinálni, de iskolán keresztül kell intéznie. És papíron az iskolában lehet, hogy járnak 600-an vagy 500-an éppen, de amúgy fizikailag már csak 200-an, mert többi az ilyen céges szóval van ilyen is, ami amúgy. Az és, Igazából, ha belegondolsz, nem változott semmi, mert ugyanúgy a cég magának leoktatja, nem kért tőlünk oktatót, nem kért tőlünk semmit, csak a rendszert, a krétát. Az olyan belecsapkolódtunk, nem visszatérek az elti kérdésre, úgy mert Ja, hát ez, ez, ez a tanári ős, nem a tanári ősélmény, hanem hogy mi, mi az, ami rávitt inkább arra, ja, ja, ja. Hogy, hogy tanár legyen. Hogy mi... Mert nyilván az iskolában való ősélmény is egyszerűen nem ugyanaz, mint mindenkinek, hogy első osztály és társai. Ja persze, persze, persze addig, talán annyi különbsége, annyi hatosztályos gibiben mentem, uh -huh. ennyi, ennyi különbség volt, de... Na szóval, hogy az elejéről indulva, én amúgy Szigetváron születtem. Uh, igazából se nem egy ilyen nagyon gazdag családban, sem egy szegény családban, szóval én átlagos, igazából. Hát én középosztály. A szüleim mindent megadtak, amit így amit lehet szerintem, meg, meg nevelésben is, meg odafigyeltek rám. Van két tesóm egyébként, az egyik az most kilencedikes. 15 is fél év van köztünk. A öcsém pedig autószerelő, ő most Szent Szentlőrincen dolgozik. Ő elvégezte a gimit, aztán ment egy ilyen két éves technikumira, és akkor utána. De, de ott is majdnem 10 év van köztünk, 9 és fél év öcsémmel is. Aha. Öt, én most 31 vagyok, ő meg 21. Tehát, így. És ami a tanársághoz kicsit talán kötődik, de amúgy az, hogy én tanár lettem, az annyira talán nem, hogy ma már egyébként általános iskolás tanár volt ott ahol uh -huh. jártam általános iskolába, és, és ott tanított még akkor is, amikor oda mentem. Akkor, akkor, már csak ilyen napköz is volt, és akkor ment pont nyugdíjba. De, de így talán lehet, hogy egy picit így, picit így már így a vérvonal benne van. Illetve anyukám pedig Pécsen, prk nak hívták még régen, ez a... Fú, nem ilyen munkahogyi központ, de hogy ilyen, Lényeg az, hogy lcd vizsgákat csináltak akkoriban ott, uh -huh. ezt a későbbiekben csinálták ezt a ilyen elszegényedettebbeknek lehetett menni, úgyhogy fizetnek érte, hogy mész tanulni, nem tudom, ez mennyire van meg, hogy volt ilyen. Kaptál... A, a, vágom, és akkor kaptál is talán pénzt is, meg szakmát is. Igen, Jaj, és ha, akkor mit találok, mondjuk... Csinálhatnám a nők lettek férfiak, meg ilyen, ilyen papírokat láttam. A, a legjobbak, ne viccelj meg. Igen, és ő, ő ott ilyen LCD-el vizsgálhoz, tehát ilyen gépírás, meg LCD-el vizsgálhoz ilyen mindenféle dolgot tanított még régebben. Ap apukám meg most is. Meg régebben volt EON-nál, DD-gáznál, még az elődje volt. Szóval igazából az hmm. informatika is benne van a családban. Hmm, meg az oktatás hmm, is. Meg az oktatás is, de én, én vagyok és leszek szerintem az egyetlen a három tesó közül aki, aki a két irányt ötvözte, tehát mondom, Ök öcsém autószerelő, öcsém utált tanulni, tehát ő, ő, neki a legjobb dolga életé... a legjobb dolga életében történt vele, hogy Covid volt, és nem kellett szóbelizni érettségi szerint. Tehát akkor a mákja volt, hogy hagyjuk inkább. Azon gondolkodtam, hogy volt-e olyan élményed még gyerekként tanára, hogy úgy jött mondjuk oda, hogy oda, egy tanár, hogy te azt mondod, hogy na, na te tanár akarsz lenni azért, hogy te jobb legyél, mint ő. Mert én, én, valami, ilyesmire gondoltam, hogy valami ilyen ős ilyen hmm, ilyen van -e. Volt -e ilyen? Valami, valami nagyon szar élmény, vagy valami nagyon jó élmény, tök mindegy ja, kapcsolatos, tanár kapcsolatosan. hogy, hogy vagy, vagy, vagy az, hogy ellen például, hogy te egy jobb tanár leszel nála, vagy hogy te is olyan akarsz lenni, mint ő, hogy volt, volt -e ilyesmi. Figyelj, ez azért nem volt, mert én soha nem akartam tanár lenni. Ja, na ez na, egy vagy... jó kombó. És akkor hogy jött ez? Vagy... <laughs> hát így megesett, de ez, hát, hát, az a helyzet, hogy én, én világéletemben szerettem a matekot nagyon. Az volt a kedvenc tárgyam. Én megbuktam. És... Hát irigy irigyellek, én gyűlöltem. <laughs> tudom, tudom nagyon, de én, én azóta is vallom, egyébként mai napig vallom azt, hogy a matekot, ha hogy valaki szeresse, az kell az first, first impress egy olyan tanától, aki jól megtanítja neki. Ez tény, de szerintem ez mindegyikre igaz. De nem, matekra azért nem, mert elveszel valahol, egy fonalat elvesztesz, a programozás ugyanez, és nem segít valaki felvenni ezt a fonalat, akkor utána utálni fogod. Ja, és hát én, úgy abban az esetben, én nekem, igen. Én nekem zseniálisan jó matek tanárom volt általános iskolában, én versenyekre mentem, meg tényleg imádtam, és onnantól kezdve meg már megvolt ez a, ez a húzat az elejéről, hogy itt szeretem. A gimiben uh -huh. szintén nagyon jó matek tanárom volt és igazából én, én, szerintem ez is kellett hozzá, hogy nyilván ilyen beállítottságú vagyok, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, az irány érdekel engem, de hogy innen jött később az info. Hogy mikor anyáig hmm. mondták, hogy ne legyen informatikus, mert elég, hogy mi azok vagyunk. De, hogy, de mondjuk ők nem, egy, nem ilyen szinten, hogy ők nem programozás, nem nagyon tanultak. Anya mérnök infót végzett, de soha nem dolgozott mérnök informatikusként, tehát kínszenvedés volt neki a, a programozás. És aztán jött, a, jött az egyetem, és akkor nézegettem, hogy mire lehetne menni, matekkal mire lehet menni, hát matekra mire tudsz menni, tanár, fú, nem akarok találni, hát nem, biztos, hogy nem. De tényleg így, most röhögtök, már most már tudjátok az utó életét, de hogy én, én tényleg ezt mondtam, hogy tanárnak tuti, hogy nem. Akkor utána... Akkor jött... ez, ez szarul öregedett ez a mondat. Oda. Ez a mondat szarul öregedett, és akkor utána mondtam, hogy jó, hát akkor nézd, mi van még, infók, infóból is érettségiztem, és még mellé, akkor ott mi van programozás, akkor, akkor nézzük meg, hogy ott meg, meg a mérnök infó van még a bm -i. de oda kell fizika. Jó, szeretem a fizikát, azért nem annyira, hogy azt ne erőltessük. És akkor úgy elmentem három helyre, Pécs, Szeged, meg Pest, és végül az elte lett, ahova, ahova így elmentem. Ott megcsináltam a programozást, és egy érdekes út volt, mert én közben, tehát ezért akartam az elején pont azt mondani, hogy ez előny, meg hátrány is, hogy olyan ember vagyok, hogy rengeteg mindent szeretek, So soha nem tudom azt, hogy ez, ez most előny vagy hátrány, mert egyszer előny, egyszer hátrány az, hogy semmi ez nem értesz ilyen 110%-osan, viszont rengeteg mindenbe belekapsz, vagy belekezdesz. És én például egyetem alatt meg ezt a zenélést kezdtem el, pontosabban a zenélés már meg volt előbb is, de hogy a zenébe dolgozást. És én például passzíváltam egy évet, amiért szüleim nagyon oh. utáltak. Tehát ők azt mondták, hogy soha, soha, nem fogom befejezni, tuti. De mondtam, hogy jó, oh, mindegy, bízatok bennem, be fogom fejezni. Én egy évig nem is foglalkoztam semmiben, mert itt tele lett a fejem az egésztől, nem akartam tanulni, nem tudom. Aztán, uh -huh. vi aztán visszamentem, uh, és befejeztem az úcsó évet, egyébként ilyen négyes ötösekkel szól is meglepődtem rajta. Kellett a... Mindenkinek javaslom, hogyha valamiben nagyon már tele van a feje, tartson egy bréket. Én nagyon érdekes dolgok tudnak történni utána. Ez, ez mindenre igaz a mondja Tehát, az Hát a, kiégés az egy ilyen nagyon szar dolog tud lenni. És biztos vagyok benne, hogy egyébként ez itt tanulás közben is simán kialakulhat. Hát olyan volt, hogy olvastam tudod a PDF-et, és így betű nem maradt meg. Bementem, és írtam egy nulla szavas egyest kábét. Tehát, hogy fogalmam uh -huh. nem volt. Abból a tájban majdnem ötös lettem utolsó fél Wow. Igen. Lenni. És rávezettem akkor a lényegre, hogy, hogy én ezt befejeztem, de nem akartam rögtön a szakdogát írni. És anyukám ismerte az itteni igazgató és jött egy ilyen, hogy óraadó infótanár kellene. Heti egy alkalomra, de 7 órára. Vagy nem biztos, hogy egy alkalom, azt már én mondtam, hogy nem fogok kijárni naponta, mert akkor még újpesten laktam, az másfél óra ide bicskére. És jó, akkor, akkor elvállaltam, hogy ez legyen egy, egy fél év csak, megoldották, hogy egy nap legyen, másodiktól nyolcadik óráig tartottam, és nyilván 7 órát, óradóként, de nem akartam idejönni dolgozni, meg semmi, csak mint valaminek jó lesz kezdve, szervezek koncerteket is még, meg fesztivált szerveztem, úgy tudom, akkor még volt egy csomó ilyen, akkor még pont nem építettem le ezeket, és akkor megkérdezték nyilván a vége fele, hogy hát amúgy maradná le, és akkor volt egy dilemma, meg veszekedés, volt a feleségem, és ebben akkor, nem volt feleségem, hogy hogy ő nem akart annyira jönni. Én meg, meg, mondtam, hogy hát nem menne olyan rossz, mert, mert mégis csak lakás is van mellé, meg nem tudom. Ja, aha. Akkor meg ugye albérletbe laktunk, és akkor valahogy így jött, jött ki az, hogy végül is ide kerültünk, ez hat éve volt egyébként, hat és fél éve. És nem, nem akartam alapból tanár lenni, de akkor még nem volt meg a diplomám se, aztán így jött ez igazából, akkor még nem volt erről szó, hogy szakma lesz. Na, most sima infót eltanítgatok. Szóval közben jött, hogy infószakma lesz, lehet programozást, hogy tök jó is programozója a végzettségem, most már ugye, vagy programtervező informatikus egyébként a konkrét végzettségem, tehát semmi köze a tanításhoz. Nulla köze van a tanításhoz. Hmm. Hát akkor végül is ilyen, kicsit ilyen random jött akkor neked ez az egész. Teljes mértékben De... random jött. Tehát és semmi túlva, tudatosság. Pedagógusokat vesznek fel, meg tanárokat. Tehát nincsen tanár, meg pedagógus végzettséget, semmi ilyesmi. Aha. Nincs, és én most már oktató is vagyok, amúgy, amióta szakképzés van. Mert akkor ez még egyébként egy szakgimnázium volt. És, mond és, mo és mondták is, hogy el kéne majd végezni a pedagógust egyébként, majd rövid távon valamikor. Én meg mondtam magam, hogy az biztos, hogy nem, akkor majd tipli. <laughs> 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 mm. <laughs> mint, 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 mint egy elhúzzuk, amíg lehet, de nem tudom. Tehát akkoriban amúgy 120 nettó volt a fizetésem, ez csak én érdekesének mondom, hogy ez 6 éve. E, ez mikor volt arra, hogy? 6 éve. 6 éve, Az, 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 az igen. Csak az, az az azért vagy. nem csak azért vállaltam így el, mert, mert ugye a lakás mellé azt még hozzád a albérletárat. Hát, um, ja, hogy azt nem kell fizetni, ugye, meg kaptál. Igen, igen. Szóval, hogy úgy voltam vele, hogy jó, meg majd biztos nőni fog. Egyébként hát három év alatt nőtt 150-re. Tehát, hogy amúgy, ha maradt volna ez a pedagógusi... Ha maradt volna ez a pedagógusi dolog, akkor szerintem már nem lennék itt amúgy. Csak ugye átmentünk szakképzésbe, oktatók lettünk, és mindenkinek emeltek a fizetése, meg most ugye most is van az, az emelés, akkor így már kezd normalizálódni. Nyilván, még mindig az van, hogy valószínűleg programozásra többet lehetne keresni, biztos. Uh -huh. Meg egyébként hosszú távú terveim közt ez szerepel inkább, de, de van egy osztályom, ahol ki most 12-es, 13-ig mennek, és én a legnagyobb, mert hát most nem tudom, hogy szépen fogal, nem, nem így fog, van egy getiségnek érzem, azt, ha valaki fog, és ott hagyja az osztályát. És én Igen, ilyet. az a picit ilyen elárulás. Az az, az én én láttam azzal. ilyet, és én nem vagyok erre hajlandó. Szóval megmondtam, hogy is, mondom, addig legalább itt vagyunk, ha már kaptam osztályt, szeretem őket, nem fogom, nem fogom mögött mert, mert én, én nem tudnék elszámolni magammal, és, és nekik is rossz szar lenne, hogy kapnak valakit random, ha egyáltalán kapnak valakit, mert ja, ja. nálunk ja. ugye úgy van, hogy csomó oktató van, én ugye teljes állású vagyok, ez azt jelenti, hogy aki oktató annak, hogy nincs nagyon felelőssége, nem kell bejárni a értekezletre, nem kell bejárni az iskolai rendezvényekre, csak az órákat ugye jön megtartani, nem is lehet ugye osztályfőnök. Szóval ahányan vagyunk úgymond tanárok, vagy úgy oktatók, akik nem, nem ilyen óradíjasban, mindenki osztályfőnök. Itt szinte nincs kivétel. Szóval akkor nem is lehetnél osztályfőnök és osztályfőnök, vagy? De én lehetnék. Én teljes állású vagyok. Ja, de, de a többiek nem. Hát figyelj, nem tudom pontos számot mondani. Nagyjából ilyen 30-40 fő, mondjuk 40 fő a tanári kar, és több, mint a fele nem teljes állású, hanem csak ilyen óradíjas Uh, -huh. uh -huh. Adó, úgymond ez a hivatalos neve. Ha, és akkor ők és nem osztályfőnökök. Nem, nem is lehet. De lehetne, akkor félreértelmeztem valamit. Ő, ők, bedolgoznak lényegében. Igen, és óradó, ja, is volt ilyen tanár. Óraadóként egyébként amúgy. jó fizetést is kapsz, ez mindig volt. De nem tudom, milyen közben nem jár be amúgy tanítani. <gül> ja, <gül> és ja, hát van ilyen amúgy, tehát hogy voltak ilyenek. Szóval nekem igazából ez, a, ez az ilyen storyline még kicsit lehet, hogy összecsapott volt így. Hát azt láttam, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolsz, hogy a diákjaid, de találkoztunk is egy párral a koncerten, ott csináltak képet velünk, meg ilyenek. Na, hát tök jó. Ö, és, tényleg tök király amúgy ez. Meg uh, tényleg úgy beszéltek róla, hogy hallottam, meg láttam, hogy tényleg szeretnek téged, annak ellenére, hogy amúgy te nem is vagy pedagógus, vagy hát most már oktató vagy. De nem, nem, nézgen, nem, hát, tanár szakma ez, vagy nem tudom. Hát, Figyelj, amúgy én azt, én azt gondolom, hogy nem kell ahhoz elvégezni egy pedagógusit, hogy hogy tudj érteni a gyerekek nyelvén, vagy tudj velük kommunikálni. Szóval szerintem attól, hogy valaki ezt elvégzi, attól az nem egy jogosítvány, hogy alkalmas erre. Ugyanezt gondolom. Is ezt le ezt gondolom. is csapnám akkor itt ezt a labdát, hogy te hogy állsz ez? hogy Egyébként mert nekem főiskolán volt egy oktatóm, aki nagyon jót mondott, hogy ez az egész tanári pálya, hogy ez nem szakma, ez hivatás. És hogyha valaki szakmaként tekint rá, akkor gyűlölni fogja az egészet úgy, ahogy van. Találkoztam ilyen kollégákkal, mert nem mindenki van már itt, mondjuk sajnos, Ö, aki, aki tényleg úgy van, hogy gyerekkorától arra készült, hogy tanár lesz, hogy ő tanítani akar, és tényleg ez a mindene. De tényleg ez a, tudod, ez amikor még a hajnali kettőkor is javítja a dolgozatot, meg, uh -huh. meg nem tudom, van ilyen, ezt nem tudom, hogy jó vagy rossz-e, de hogy, de hogy amikor tényleg ez az élete, hogy ő tanár, meg tanít, most, hogy jó tanít, vagy rosszul, ez egy másik dolog, ez sok mindenem múlik, valaki például nagyon ilyen magázódósan szereti, láttam ilyet, és, és, akkor nagyon így elridegült tudod a gyerekektől, ez a csak az órán van valami, és akkor én például szerettem azt, hogy van interakción velük az órákon kívül is. Akár egy random vagy hétvégén, vagy bármi. De várjál, és akkor mondtad ezt a magázódást, hogy de akkor téged is magáznak órán, gondolom. Hát, hát um, szóval ez, ez, egy érdekes dolog, mert egyébként van olyan, aki így elfelejt, és akkor simán lesz hiáz, vagy bármi, én Aha. nem, szoktam, én nem szoktam érte szólni, mert engem nem zavar, viszont ez egy érdekesség, amikor itt elkezdtem tanítani, behívott az akkori igazgató, azóta már harmadik van, hogy az jó, 20. 24 voltam egyébként, ez nem ez kimaradt, mikor elkezdtem itt tanítani. Tehát, hogy így az órák úgy kezdődtek, hogy addig sutyorogtak, amíg rá nem kérdeztem, hogy akkor az a kérdés, hogy hány éves vagyok, mert nem merték megkérdezni. <laughs> mert volt, hogy volt 19 éves tanítottam, vagy 20 éves, egy idősebb é. voltunk. Hát igen, jajan. ez, hogy hogy négy-öt év, most ott nyilván a magázódás, az nagyon hülye jön neki. És én is még gondolkodtam annó ezen a, a tanári dolgon, csak én, hát most vagy sajnos, vagy nem sajnos, ezt majd az idő megmondja engem, én hagytam, hogy lebeszéljenek róla, mert én nagyon szerettem a törít meg az irodalmat, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor hát megpróbáljuk, csak lebeszéltek. És azon a gyalán, most oda kerülnék mondjuk ilyen 24-25 évesen, tanárnak, és 19 éves osztály, most nekik hogy mondom, hogy magázatok? Hát én érezném magam kellemetlenül. Igen, de ez nem protokoll. De... Figyelj, nálunk azzal megvan oldva, hogy Gergő engem, és akkor most ma, igazából így megvan oldva. az van, hogy beívott az akkori igazgató, már ment. Ugye akik ilyen régi vágások, azt gondolják, hogy az, hogy az, hogy magázadunk, meg ennek az a tiszteletnek a alapvető, meg ez a belépsz a terembe, akkor felállunk. Ezeknek, én Júlj, sok, ez... nagyon rengeteg vitám van ezekkel a dolgok kapcsolatban, és nem szokott egyezni senkivel kb. a hát Ez elég, ez elég szoci amúgy, ez, ez az, az álljunk fel, a dolog. Én, ez nagyon porosz. Ezt azóta is elvárják, és mindegy, egy ideig veszekedtem ezzel, majd úgy döntöttem, hogy jó, nem veszek szem, de nem kérem, de nem, tehát én nem kérem ettől még. ha, tetszik, ha tetszik, hanem én megmondtam kerekperec, hogy nem vagyok hajlandó. Nekem, én bemegyek, én nem, főleg egy infoterembe, ezt próbáltam megértetni velük, hogy alapból nem mennek be. Értem, hogy másoknak az, hogy bemennek, és akkor elvárják, hogy felálljanak. Jó. Én együtt megyek be velük. Igen, te engedett be őket, hogy... Besétálunk. Nyilván. Hát ügyenek le, hát a mit Tehát, hogy uh -huh. de mindegy, ezt én gondolom. Én azt gondolom, hogy a tisztelet nem minden indul, viszont aki mondjuk 40 évet tanít, vagy 50 évet tanít, ő máshogy gondol, és bejött az igazgató, és mondta, hogy akkor ezt a ilyen tegezős dolgot, ezt mindenki felejtsük el, hogy várja már mindenkitől, hogy, 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 az, ne, az ne történjen meg. És akkor így jó mondom, oké, okay, akkor néha van, hogy viccesen így, így, szoktam mondani valakinek, de inkább csak ilyen poénkodósan tudod, de egyébként, ha valaki máshogy köszön tökre nem érdekel. Tehát, hogy nekem van olyan régebbi diákom, akivel így tökre baráti viszonyba került, mm -hmm. például, ö, és, 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 mondjuk azóta ő már, tehát akkor végzős volt, amikor én elkezdtem itt tanítani, azt már dolgozik, néha beszokott én streamre, ilyenek, találkozunk, dumálunk, van, van ilyen is, és nem, én nem, nem várom el ezeket feltétlenül, meg nem gondolom, hogy itt kezdődik a tisztelt, vagy nem, tehát hogy... Rád köszönnek a, a csát, egy Hát Igen, na mondjuk na, így, ja. ne, így nem köszönnek, és azt gondolom, hogy, uh -huh. lehet, hogy lehet, hogy azért, mert én azt gondolom, hogy ahogy hozzá ez állsz, meg ahogy viselkedsz vele majd akár az órákon, hogy nem egy, nem egy ilyen basáskodó főnökösködő valaki akarsz lenni, hanem uh, látják, hogy amúgy segíteni akarsz, megérted őket, nem tudom, szerintem alapból ez kialakul. Úgy, tehát nem, nem, úgy kéne ennek működnie, hogy te elvárod, hogy hogy viselkedjenek veled, és azért viselkedjenek úgy, mert te elvárod. Nekem uh -huh. nincs, nem volt, nem, nincs semmilyen elvárásom ki, hogy viselkedjen velem szembe. Uh, nyilván, ha valami olyan van már, hogy, tehát, hogy a vigyázni kell, mert van, amikor átcsap már a ilyen haverkodósba, és akkor nem biztos, hogy az óra közben jó. Uh, igen, 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 az, 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 tud necses lenni. De ez megint szituáció függő. Szóval például a saját osztályommal ebből egyáltalán nincs probléma. És Azt gondolom, hogy hogy ez téves szerintem, és hogy tényleg a régi vágási tanárok gondolják így, hogy ez egy jó, vagy így kell lennie, azért mert előttünk így volt, és akkor legyen jövőben is így. De hogy lehet, hogy azért van, mert én korban közelebb állok hozzájuk, és lehet, hogy azért állnak másikhoz, de nem Igen, gondolom egyébként. De nem gondolom, hát, hogy így van, mert nekem is volt idős tanárom, aki az egyetemen is akár, aki tök idős volt, majdnem ilyen nyugdíj közeli, és amúgy rendesen lehetett vele, vagy volt egy olyan programozás tanárom, aki koncerten találkoztam vele, ilyen metálkoncerteken. koncerteken. Mm. ott jött a sörre szembe volt. vele. <laughs> de... nekünk is volt egy idősebb infotanárunk, és ő az órákon nagyon-nagyon szigorú volt. De tényleg rendetesen szigorú volt. Tehát kiabált, hogy, hogyha csak meg is szólaltál, de, fegyelem Ú, volt. A meg a meg a minden, ugye? Jó, ja. hogy igen, de fegyelem a volt, krétom. fegyelem volt, tényleg fegyelem az volt. És amúgy meg a folyosón bármit lehetett kérdezni tőle, és ő segített a legtöbbet szerintem a tanulmányaim során, nem mondja, ja. ugye, am amit már meséltem is. Fia, én, én, ja igen, mes, igen, jó. Az igazság, hogy úgy vagyok hogy én is van, hogy kiengedem a hangom, és van is amúgy, de elég nagy, tehát, hogy össze tud valaki, hogyha, hogyha az kell, de ritkán szoktam, néha volt már, egy egy igazgató hogy gond van, nem mondom, nem, csak, csak erősebben kell szólni, nincs semmi baj. De hogy, de hogy amúgy, mit tudom én, én, ilyen poénból szoktam ilyen fiasztólat dobni, vagy ilyenek. Még egyszer volt egy hatchet, ha. az, az, vicces volt. <laughs> de, az, de az nagyon kemény volt, mert szóltam a srácnak, lekács Szóltam még egyszer, dumát oldalra, nem tudom. És aki így nagyon-nagyon gyengén így vesen így eldobtam, hogy a mögé dobom, tudod? De hogy még akkor sem figyeltem, de már mindenki kiabált neki kb. És a csávó pont oda nézett felém, és akkor csattant a fejet. <laughs> nem mindegy, hogy mi a szitu. Szóval, hogy mindenki ő is rögött rajta, vagy mindenki. Mondtam, hogy nyilván ne arra, mit tudom én, tehát, hogy volt, de, hogy így meg lehet beszélni, meg nem. Tehát, hogy ná nálam például ez egy is gond, így van, hogy elkapják. Eldom, most elkapják. De, de, tudja, visszadobják én, Nem, nem, visszaadja, nem, nem meri visszatobni egyik sem. de, hogy, nincs vele vagy hogy ez cél csak olyan figyelemfelgetésnek, akkor, hogyha kell, de nem minden órán van ilyen, nem miért, hogy fél évente kétszer magsz, érted? De, de ezen így, ezek így szoktak utána poénkodni, tudod, hogy van, hogy mondjuk készen nagyon nem figyelnek, csak benyúlok a fiúkba, hogy jön a, jön a izé fiesztor, figyeljünk fiúztó, inkább. <laughs> de Igen, nem, de... azért nálad is valószínűleg máshogy, máshogy, jön le ez a generációs különbség, mert igazából most a diákok meg te között, főleg egy érdeklődést terem, gondolom sokakkal uh -huh. megvan ugyanaz az érdeklődés, de nyilván, ha valaki már egy 50 éves vagy 60, Persze, az biztos, más... hogy máshogy kezeli a diákokat. Én... Az, de, de figyelj... az hogy, hogy, tud ezzel megbirkózni nem, nem, tudom, mert én például az elején mindig kérek bemutatkozás, és mindig mondom, mondd el a hobbit, mert nem tudom, és mondja, hogy játszottad gépen. És mondom, mondja nyugodtan, hogy mivel. Mondom, hmm. ne, aggódj, ne aggódj, mindent ismerni fogok, amit mondasz. <gül> <gül> és akkor tudod, mondom, és csak szoktam mondani, hogy ja, én is tudom, tíz éve ezt a gémet amúgy oh. meg ilyenek, és akkor már közelebb kerülünk amúgy Ez ezzel toccala. is. Igen, tehát, hogy ez is egy, meg például az én van egy csomót játszottam streambe is régebben, meg ilyenek, hogy cségóztunk, meg nem tudom, Fortnite-oztunk, amit amúgy magamtól mm. biztos, hogy büdös de soha nem játszani. <laughs> Mi egy tanácsot tudtunk rávenni, de kérdezgettük, tanár úr, hány éves a Steam fiókja, -e, meg ilyenek? De <laughs> olyan engem rá lehetett volna, igen, ilyenekre, ilyenekre nagyon vagyok. Hát nem, meg figyelj, nem figyelj nem én, nem én nálam úgy kezdődött, saját, saját osztályomnál úgy kezdődött a uh, kilencedikbe, hogy ófő óra is bevittem az Xboxot és játszottunk első mm. nap. Mert így ez... szerintem meg... Tök jó, meg lehet ismerni őket közben, lehet beszélgetni, nem tudom. A kötelező köröket lefutottam, a ja, munkavédelmi, nem tudom mi a pöcsön, beszedni az adatokat, nem tudom, ezeket a után meg bedultuk az, az Xbox-ot, akkor, akkor még az volt, és akkor bejontott a Fifát, és nyitogattak a pekkeket, meg játszottunk egymás mm. ellen. Volt, volt egy srác az vagy nagyon megvert, nem tudom, öt-hat góla, nem tudom, egy vagy két év múlva játszottunk, akkor fordítva volt. <súdva> Azt hittem az lett a vége, hogy megjegyezted, és csak az is bemosáltad neki a rossz jegyeket. Nem, egyszer volt olyan, hogy felvittem a így random, és be lehetett jönni, bárki bejött a terembe. Régebben én FIFA bajnokságokat is rendeztem. Aha, az Na, az, az mondjuk vagány. És így random bejött, aki átszanyított, és itt a nagy belenye, ha megverjük a tanárulat, és 8 8 at megnyerte. Volt, így, volt kell, egy, volt egy ilyen, és nem vagyok jó játékos, egy feltett benne, csak Tudod, nem úgy álltak hozzá, nem gondolom. De ez nekünk általános iskola, mert nekünk is az infotanárunk volt, ugye. Nem, várjál, nem, nekünk angolt tanított, csak mindenkinek másnak infót tanított, csak nekünk valami angolt, és néha bementünk az infóterembe. És uh, mit, já mit játszottunk? Azt hiszem, kvék, nem is tudom hány, hányast. Mert hogy az, minden gépre fő volt. Rak, azt mondtam, <laughs> hogy rakta, súnyiban, meg mit tudom, és akkor ellene játszott. Okay, senki okay. nem verte meg soha. Aha, oh, hát ő, nekem is van ilyen régebbi zenésztársam, aki beél él, Dumba meg mm. a végbe. Tehát, hogy a látnád, hogy játszik. Ekkora egérpadban ezek a olyan hegycsatokatól ilyen rántásokkal van. <laughs> Egyszer láttam játszik, mondom, ember, te mit csinálsz? <laughs> szóval vannak ilyen nagyon durvák. Ezt Ö... nézd, a show. Azt hittem, hogy ezt szoktad felemelni, amikor valami gáz van éve. a streambe, vagy az <laughs> Ott tartja. Ja. Ott, ott, itt tartja, tudod, hogy a streamben. Ez a fehér ezt... zászló. <laughs> Igen, az... Mint amit én az ez a színpadon pénteken. Ú, uh, ja, meg amúgy te az iskolába streamelsz. Így van, most. Most is. is felejtettem. Ebben ebbe a, pil ebbe a, pillanatban is a iskolába. Vasárnapi uh, napon saját bejárásod van oda, legkirálybb emberként. Úgy vannak vele, hogy árt, nem árt. Ja, ha vagy hát egy... az nba portás, az meg majd kopok, hogy mit kiabálsz. Volt, volt ilyen, amúgy az hogy azt mondja nekem, te nap, hogy tegnap hogy ott te? A szangyán, az... de oda jönne valaki új, és elfelejtik mondani neki, hogy amúgy ja, van itt egy tag, aki így bejárkál, mi a <laughs> Egyszer, lekőjék. egyszer beriasztott ki az egyik port, és mert nem az volt, aki szokott, Aha. és beriasztott, hallod? És megyek ki, és nézem vörös a izé, de már beriasztott, már lehet, hogy ott is a csávó ki a riasztó mm -hmm. miatt. Mi a franc, tudod? De olyan is volt, itt ültem, nyitott ajtóba, és hallottam, hogy épp bepötyögj a riasztot. Mondom, mit csinál, mit csinálsz? De láttad, hogy megjöttem két perce. Szóval ilyen, ilyen volt, de hozzátartozik, hogy nehogy azért, valaki azt így, hogy én így betörök az iskolába random, hogy amúgy a, az, az, a lakás, az itt van a suri mellett. És azért is van egyébként kulcsom, mert például nekem nincs külön mondjuk kuka, hanem például a hátsó konténerbe kell vinnem a szemetet, meg, meg azért is, ha bármi van, tehát van olyan, hogy például valamiért jönnek ki a sulihoz hétén, vagy bármikor engem is meg tudnak kérni, hogy beengedjek valakit. Uh -huh. tehát van ilyen, hogy mondjuk kibérdik valami értelmet, nem tudom, ilyen kórus szokott jönni néha énekelni, vagy ilyesmi, akkor van, hogy én engedem be. Vagy ha bármi gebasz van, akkor nyilván én érek ide először. Tehát szarul jön neki, ha nem tudnék bemenni, ha bármi van, gáz van, akkor én tudok először beszaladni. Uh -huh. ja, hát az, amit szóval jó. ez volt az alapvetés annom, hogy, hogy miért legyen egyébként kulcsom. Meg hát van, hogy van olyan, hogy egy valaki benn dolgozni, portás meg már szegény menne haza, olyan szoktam mondani, hogy nyugodtan menjen, van kulcsom, majd szól nekem, és akkor kiengedem. Hát most semmiben nem kerül, érted nekem ez. Ja, persze, hát, hogy a is vagy. Ilyen, ja, ja, ja. De visszatérve erre az eredeti hivatás vagy szakma, hogy, hogy vannak igen ezek a régi vágásúak, de én például magamat nehezen tudnám így definiálni, mert hogy én mondjuk nem, tekint, tehát, hogy nem tekintek rá hivatásként magamnak. Én uh -huh. szeretek tanítani, és, és például egyetem alatt volt, hogy volt olyan kis srác, akit egy Pesten tanítottam magámba, mondjuk ilyen általános iskolási matekból. Tehát, hogy meg volt ez már régebben, hogy néha-néha valakit így korepetáltam, vagy bármi ilyesmi. Egyetemen is amúgy. Ott van erre kiépített rendszer is, amúgy tök jó, hogy így egymásnak segítenek a, a, hallgatók. Aha, így tök ingyen fel, nem is feltétlenül, hogy te ebbe vagy út, abba vagy és akkor egymásnak a kárt hmm. Hát Aha. én, én edukálatlan vagyok, sajnos én csak a középiskolát, meg az ok csináltam. <laughs> meg. <mind. gül> <laughs> Na egyébként nem ezen múlik szerintem, hogy bárki mennyire intelligens vagy ne. edukált. nem. Hát ebben a, a rendszerben, rendszerben meg főleg, de majd erre is visszatérünk szerintem. Hány diplomája van, vagy mit izé, de hogy én nem tudnám magam így definiálni, hogy én nem, tehát hogy én nem olyan vagyok, aki mondjuk tényleg régi tanárok, hogy odamentek mentek valóban, és akkor 60 évig ugyanott tanítunk, vagy 50, onnan, onnan menjük, volt ilyen kollégám hanem hát én most ez a munkám, most ezt tanítom, szeretem csinálni, szeretem az osztályomat, meg is szeretek úgymond tanítani, uh -huh. viszont nem, nem egy hivatás. Vagy. Tehát hogyha nekem azt mondanád, hogy holnaptól nem tudsz amúgy tanítani, és nem lenne döntésem, mert van döntésem akkor az osztályom miatt, mint elmondtam, ugye nem megyek még, de hogy, hogy amúgy én akkor meg fog, azt mondanám, hogy oké, okay, akkor nézzük, milyen programozói állások vannak, vagy milyen infós állások vannak, vagy, vagy nem tudom, érted? Tehát hogy, hogy ez most ilyenkor meg előny, hogy én régebben is szerettem több lábon állni, és annó is, amikor az egyetem mellett passziváltam, akkor is nem egy helyről volt fizetésem, hanem akár négy vagy öt helyről. Aha. Mert úgy voltam vele, hogy ha több dolgot csinálsz több helyen, meg több minden érdekel, akkor viszont nincs is az, hogy ki tudják rúgni az egyik lábadat, és főborúsz. Hanem, hogyha innen nem jön, akkor azt csinálom jobban. Vagy akkor amaz. Tehát, mint a volt, hogy kettő klubban szerveztem akár például, vagy egyébként, volt voltam üzletvezető is egyik klubban. Tehát, ugye, a, a legesleg legesle, végéig ágyalog voltam a raglétának. tényleg a hangtechnika, a fénytechnika, a szervezés, marketing, volt, hogy mindent egyszerre csináltam. Azt mondjuk kiégős volt, hét napból hét. Azt voltam, nem szemben. csodálom. Na, azt az viszont tényleg hivatásnak tekintettem. Tehát én azt a klubot, amit éppen csináltam, azt én úgy csináltam, hogy mintha az én klubom lenne, még ha nem is. Az. Uh -huh. Hogy tényleg szívemet, lelkemet beleadtam, Ö, azt annyira magaménak éreztem az iskolánál, Nem azt mondom, hogy nem érzem magaménak az iskolát, Ö, csak én nem, nem vagyok ez az, az ilyen, vannak jöntan, ilyen ki lelkizősek, az a, az iskola hmm. hírneve, hogy van, meg a ja, van, igen, meg igen, a város, városban, mit, városban mit hallnak a súlyról, hogy én ezzel is egyet tudok érezni, vagy nem tudom, csak én nem, meg megérzem úgy magaménak valamennyire, de nem úgy, nem úgy, mint amikor mondjuk, mint a saját termékem lenne, tudod. Ja, Te nem... így, ilyen nekünk is volt középsuliban, mert én Szegedre jártam, Csonka János. Eh, nem tudom most pia neve, Csonka János, de most szakgimnázium, vagy mi a tököm, azt Te nem tudom. Váltogatják évent az iskolát. Persze, és ott, ott, is az volt mondva, hogy mer az iskola hírneve, meg ezek, és akkor mondtuk mindig, hogy de milyen iskola hírneve, második legrosszabbak vagyunk mindenben, ne vicceljük Hát igen, én csak az, iskola hírneve miatt a. mentem át a egyébként, ez nehéz, mert mint vezető, neked meg így kell tekintened, az, hogy nem tudom, egy igazgatót, és és igazából nekünk egy nagyon-nagyon jó igazgatónk van évek óta, szóval iszonyatosan segítőkész mindenben, meg, meg, megértő mindenben úgy. Tehát hogy amúgy vannak ennél nagyon meg hallottam én durva eseteket hogy olyan volt, hogy meg volt, hogy milyen óra percig kell lenni, ha órád van, ha nem, meg ilyen mindenkit lealázott a pori, meg ilyenek voltak, még előttem miért jöttem. Szóval én mm -hmm. nagyon brutál, hogy kb. úgy rugatták ki már a végén, vagy nem tudom, hogy valahogy megszabaduljanak tőlem, nem tudom. Tehát, hogy mm -hmm. Vannak ilyenek, egyébként, de, de nekünk például nagyon igazgatónk van, csak hát vannak korlátok, amit hagy a rendszer, és amire ráhatásod van, és van, amit már nem hagy a rendszer, és arra már nincs ráhatásod. Persze, de hát az, ez mindenhol így van. Igen, Akár... szóval, uh, igen érdekes úgy. Na mindegy, én, én, jó, én így állok ez, a, a, hogy hogyan, hogy, hogy mennyire szakma vagy hivatás, hogy így kicsit a kettő között, vagy nem tudom, hogy jött Hát ott jaj, le... meg inkább a diákaidhoz kötöd, hogy most, ja. igen, ez, igen. Ezt az az osztályt, hogyha már elvégzed, akkor onnantól kezdve nem fog érdekelni, de ha olyan mondjuk még egy, akikhez tudsz kötődni, akkor megint jobban fog érdekelni. Igen, hát az a baj, hogy, hogy ez, olyan, hogy a tanítás vagyok szeretem, de olyan körítés van, ami nem a tanításhoz kötődik. Adminisztráció, értekezletek, komolyan mondom, hogyha van annál ideges több dolog, mint a tanári értekezletek. Isten tényleg óvjon meg mindenkit attól, hogy be kellene egy ilyenre ülni. Tehát annál semmit mondó süketelés, ami ott van sokszor. Tehát bemegyünk, a, vannak pontok, amit az igazgató el akar mondani, azok egyébként nagy része tényleg fontos, ö, érdemes meghallgatni, mert vannak tényleg fontos számodra és a többi, de vannak olyan témák, amik mondjuk csak egy osztályra vonatkoznak. És mondjuk én lehet nem is tanítom őket. És mm -hmm. ö, lehet, hogy közben elkezdenek valamiről vitatkozni mások és egy órán keresztül így húzzák mint a rétes tésztát, és én ott ülök, Hú, de jó lehet. és én ott ülök, hallod, is hallgatom, és semmi közöm nincs hozzá, nem tudom, kiről van szó, nem tudom, ki ez a diák, nem tudom, mi a szituáció, nem tudom, hogy miért nem jó a marketingből, mondjuk, de nem is különösebben érdekel. És akkor most így döntsd el, most akkor nem tudom, most háztón, azok a telefonon, vagy vagy amúgy nem tudom, vagy, vagy, vagy amúgy azért figyeljek, vagy, vagy most mit szabad, vagy most beszélgessek valakivel, de az meg már bunkós, akkor beszélgetek a mellettem lővővel, akkor nem beszélgetek a mellettem, akkor inkább lejátszok egy háztómeccset, ezt majd maximum kivágjuk. <laughs> De most hát őszintén, de mi most szerint neked úgy hangzik, hogy ez, így, ez, ez jó, is? el tudom ez mondani, bizza... hogy... Ez tuti, egy, egy olyan időtöltés, amire ti vágytak, én ebben biztos nem, Nagyon nagyon Anyukám sem vágyat rá meg a tanárok sem senki. Van olyan, aki igényli, basszus, egyszer fölmerült, hogy mi lenne, ha csak online lenne, vagy csak, csak ki, kikenne, ki lenne küldve a témák, ilyenek, és hmm. akkor csomóan mondtak, hogy de hát izé, jó beszélgetni, és nem, ember, én nem járok a tanáriba. Tehát én komolyan mondom, de jelenleg, jelenleg nincs asztalom, amúgy most, most lesz majd, de új asztalok jöttek, és nem jutott pont. De Aha. hogy én nem, én nem járok be a tanári a közbe? Vigyél magaddal, hogy a papírt is mondták, ugye a diákok. É, de a tanári Jó, ból. de jó. De hogy én nem, amúgy a vécépapírt, ez nálunk is volt, igen, nem volt vécépapír egy évig. De hogy érted, hogy ő, nekem az a, hogy én nem akarok plegykálkodni, se gyerekről uh -huh. se, nem tudom miről. Nem akarok beleforni a dolgokba, ami, ami ami nem rám tartozik, és teljes felsős lenne. És így, így, nem látom értelmét annyira ezeknek a... Még van, aki szívesen beszélgetek, de mondjuk az infós kollégák ott vannak hátul az infós részben. És, és én, én nem szeretek bejárni például a tanárba annyira. Néha bemegyek, mert, a, mert ragaszkodnak hozzá, néha, hogy a táblára van kiírva az információ. Úgyhogy néha meg. Bekelnen... az e <laughs> Nekik van Facebook csoportunk, de azt mondja, nem mindenki néz. De amúgy a, ezek a helyettesek nagyon viccesek volt, hogy azért arra keltem, hogy hívnak két lyukasom volt, és fölvettem, és én mondom, hogy hol vagy? Hát mondom, itthon. Mert szóval már órád van, mondom, milyen órám? Kiderült, hogy beraktak, kiderült, hogy beraktak két helyet este, és csak én nem tudtam róla, mert este nyolckor tették be. Én meg Az este 8 -kor, este nyolckor streameltem, és nem a krétát nézegettem. Nem is értem, szóval. én nem pedig. Hát amúgy a stream, és azt kéne, most a stream közben beírnak egy órát, akkor mennyi? A amúgy... streamed le, hogy bemész az órára. A, a, amúgy a visszatérve a közvetlenséggel nekem sokszor volt ilyen, hogy nyom a streamet, és akkor beír egy diákom, hogy holnapra mi volt a házi, mondjuk. <gül> 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 és, amúgy, és, amúgy, lehetne az, lehetne az hogy újra reagálok rá, amit bárki reagál a tanár általba, hogy volt már róla szó, meg nem érdekel, nem tudom, de tök mindegy fogtam, elmondtam újra, lebelinkeltem neki, aztán kész. Tehát, hogy uh -huh. Na most, most, most fél percembe telik. Fáj, az nekem nem fáj. Szóval... Nem, érted? Nem, és így, és így, akkor ez így van barát, hogy néha van, hogy kérdeznek streamen keresztül, és hát miért nem? Most, hogy ott kérdez, és nem gászol, ott válaszok, mi meg szoktam kérdezni, válaszok itt? Ha igen, akkor ott válaszok. Ha nem, akkor Nyonyi, van, van. Hogy, van, Hogy, csak annyit ír, hogy küldött üzenetet, mert van fontos lenne, akkor meg visszaírok ott. Én írok nekik bármikor szívesen. Mondtam mindig is régen, hogy bármikor ráérek, hogyha hogy írsz és nem válaszok, úgy sértem rá, ha meg írják nyugodtan akár hajnali kettőkor, ha látom, úgy is fogok válaszolni. Uh -huh. Én is mindig így állok hát, mindenki ez a úgy, 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 nem, fog, nem fog érted zavarni a, dolog, vagy bármi. Hát, hogyha el vagyok uh, foglalva, akkor amúgy látom, tehát nem tudnak zavarni. Ja, meg a fogsz rá ja, vászolni. ja. Hát persze, persze. Ha meg úgy is látja a streamelek, én mondtam mindig is nekik, hogy nyugodtan írd be streamre, ott fogom látni, hogy szólsz akkor. Uh -huh. Ennyi, ennyi. Szóval... Mióta streamelsz amúgy, mert erre a témára mi nem mentünk rá, és ezért ez is elég érdekes, hogy Tomár Most lesz streamer... Négy. Most lesz négy éve decemberben. Covid uh -huh. után kezdtem uh -huh. Hát az az, az az otthoni időszak az nagyon sok embernek kellett. De akkor titeket is érintett ez az online oktatásos, ö, otthonról tanulós, otthonról oktatós téma. Amúgy szerettem. A Vizadél a, a az értekezetekre, akkor volt a legjobb, mert online volt az értekezlet. Szudta játszani közben. Hallod, így grindoltam az NBA-t, közben hallgattam az értekezletet. Nagyon jó volt. <laughs> De figyelj, ér, tehát, azt nem értik meg, hogy volt már ilyen, hogy gépen csináltam valamit, mellettem ült egy kollega, és így lökött, hogy amúgy fogalmat sincs, miről van szó. És így visszamondtam neki szóró szóról szóra, amit éppen mondtak. Tehát, hogy mondom, mondom, figyelek, tehát, hogy értem, hogy nem, ez egy, egy, egy hihetetlen dolog, hogy egy férfi tud két dologra figyelni, de mondom, figyelj. Ez tény. Tehát, hogy mondom, hogy attól, hogy valamit gépelek kép, vagy nem tudom, vagy képet szerkeztek, még hallom, miről van szó. És, ö, és eljött én szerettem a Covid-os mert például lehetett az, hogy még próbára mentem, beraktam uh -huh. telefon a fülembe, mentem próbára, közben hallgattam. Ha engem kérdeztek, bejöntem a mikrofont, válaszoltam. Uh -huh. egyszer, volt, egyszer volt a héven, válaszoltam, és a, egy bácsi fölállt, és mutogatott, ne, ne csináljam. <laughs> én, még visszamutogattam neki, és számasz, akkor is mondom, dolgozom nára, <laughs> De tudod, ez a volt, nagyon funny volt az egész, Én mutogatott, én nem tudom, ja, vicces, volt. Három mondatot mondtam egyébként hangosan a héven, de ezt nem tetszett Aha. neki. Szóval én a covid szerettem, amúgy uh, én tudtam tanítani is közben, tehát hogy a, odafigyeltek, meg meg lehetett oldani, hogy, meg azért programozás nálam úgy könnyű ezt uh, számon kérni, mert igazából mindenki mondom, hogy ugyanúgy csinálja, és akkor a végén mondjuk beküldeted, és akkor látod, hogy megvan ezt ennyi. Jaj, 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 de az idősebb uh, kollégák, azok uh, gondolom ott azért neki kellett ebbe segíteni bőven, nem? <coughs> Igen. Úgy érzem, egy jó, jó érnünk. Igen. te vagy ott az informatikus, azért valószínűleg te kaptad a legtöbb telefonhívást ezekkel kapcsolatban. Hallod? Gergő, volt... valami nem jó! Volt, okay, kép, ne, nem, 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 indul, nem jó a hang. Gondolkoztam néha, hogy kigyomjam a telefonomat. Egyik. Volt olyan, volt olyan aki um, fölé volt, hogy mondjuk majd meg kellett csinálni, táblázatba beírni valamiket, vagy nem tudom. És hogy hát átjönne, hogy, hogy megcsináljuk-e mondom, minek akarsz átjönni? Mondom, fú, megy is meg a linket, írd be. Hát, hogy ő ezekhez nem ért, nem, nem tudja, hogy van, nem tudom, és mondtam neki, figyelj, mi megkérdeztem az adatokat, hogy mik azok, elmondtam, mondom, figyelj, kész vagyunk, beírtam. Mondom, ezért át ne gyere, ezért az öt percért. Ja, Tehés, hát, jó. hát volt ilyen, aki nem, és de nem tudom, hogy Ja, ő nem idős, múgy. Ja, aha. So. Ne, 40 max, nem 35. Csak nem ért hozzá. Nem, 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 hát nincs hmm. is gépeszem, csak telefonja van. De figyelj, ez tökre értető, mert én is irodában dolgozok, és ugye nekem is vannak ö, különböző korú munkatársaim. Ö, hát én vagyok a legfiatalabb, de már ez a konstant start az időszak egy ideje. És ö, sokszor van ugye, hogy tőlem is kérnek segítséget, nem, most azért nem fogják az informatikust főhívni, hogy valami. És ugye egy Google keresés vagy kettes, és akkor meg tudom neki csinálni, meg segítek szívesen, meg hasonló. De azt figyeltem meg, hogy egyébként van, aki hajlandó megtanulni, meg van, aki annyira nem érdeklődik ez iránt, hogy ha elmondod neki tízszer, akkor is fogja tudni. Ja, Érted csak a digitalizáció korában élünk, azért most már a Kréta, az, azt, azt, nem is tudom, papíron már egyáltalán nem vezetik amúgy. Jó, azt imádják éreket, a Krétát. Mert... Hát figyelj, a régebbi tanárok amúgy idek a hiányzásokat papíron, meg ilyenek. Egyszer mondta valaki, és ránéztem, hogy mondom, én biztos is te hogy soha nem fogok ilyeneket leírni papírra, mondom. Elkezdődik az óra, Ennyitom a kétet első percben beírom a hiányzókat, bezárom, kész vagyok. Tehát A Hát figyelj, vannak ilyen problémák, hogy elterik pár hét, és akkor 300 nem beírt óra van. Mert a többiek azok hetente írják be, csak mondjuk nem napi szinten, és akkor így. Uh -huh. Tehát hogy van ilyen, hát kréta, ja. hát, hát a jegyeket is ott írták, már nálunk is. Csak ott vannak a jegyek, tehát nincsen ellenőrző, nincsen vagy ilyenek úgy nem, nem, egyáltalán nincs semmi, na, meg napló sincs, mert emlékszem, általában meg áll. vitték be azt a baszott nagy naplót, magukkal azt abba írták a dolgokat, a jegyeket, meg a titokat, na, akkor itt nyílik, ho, ho, na, Na, <laughs> Nem, <ilyen laughs> na, na de ilyen nem, volt, ilyen nem úgy, mert középiskolában már gondoskodott róla az egyik osztálytársam, hogy amikor felelés van, akkor nem működjön a weboldal. Én, én még amikor gimbe jártam, akkor még a napló voltam, úgy még nem volt a kréta. Tehát én akkor még nem nekem, amikor idejöttem tanítani, egy éve indult el a kréta, és szóltak előre, hogy amúgy le néha lehet, hogy néha kitörlődik az összes adat, újra be kell írni. De ez durva, mert az a mai napig megvan. Nekem egyszer volt egy hónap, mi egy ki kitörlődött. Mondom, mert nem tudom, hányas volt, ezek, nem írom ezeket itt fel össze, vissza, nem tudom. Ú, Na jó, azt mondom, hogy van papír pedig tálásra meg, meg mondták, hogy nekem ennyi lett. Beírtad nem volt. A nekem is volt előkerestem, és akkor lehozta ezt új. Tehát, hogy mondjuk a izen megvannak, ugye, hogyha például programozásba irat, akkor az általában megvan. Ugye ja, nem papír mm. volt a dolgozat. Hát szoktam papír alapon is írni, de az csak ilyen, egy A4-es szoktam négybe tépni, és akkor csak ilyen pár szavas ilyen röpít szoktam. Fecni. Hogy... Uh -huh. úgy, úgy, hívta a... nekünk a fecni. legidősebbik informatikai hát, én, amúgy, én, múlt, én visszatérve erre a szakmó, meg hivatás, nem tudom, én például javítani rühellek, és ebből kifolyólag néha van, hogy elfelejtek hónapokig dolgozatot iratni. Szóval az, az a baj, hogy én olyan, én olyan vagyok, hogy én, szeretem tanítani, meg úgy is látom, hogy érti ha hanem akkor mindig szoktam ezt hangsúlyozni, hogyha nem érti valaki, kettő, ketté kell Szóval, hogy ha azért nem érted, mert most már nem tudsz telózni, de mondjuk régen telózol, dumálsz, nem nem, 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 figyelsz, akkor nem biztos, hogy, hogy szeretnék ezzel foglalkozni. Ha azért nem érted, mert nehéz, vagy nem jól mondtam el, vagy máshogy kéne elmondani, akkor elmondom amúgy szívesen 8-szor is. Szóval uh -huh. én, én, ehhez így állok hozzá, hogy ha kell valamit elmondok háromszor, négyféleképpen, ötféleképpen, gyereki ki a táblához, elmagyarázom ott, vagy nem tudom, akár egy mateknál, hogyha azt látom, hogy egyébként csak az van, hogy nem értette meg, Hát, hogy hajlamos amúgy, arra, hogy megértse. Tehát, hogy meg akar érteni, akkor segítesz benne, persze. Igen, igen. Tehát, ha annyi van, hogy állt, szeretné tényleg megérteni, és nem az mondja, hogy amúgy szarik bele, és csak hirtelen öt perc után feltűnnek, hogy le van maradva, vagy nem tudom, tehát én ja, amúgy úgy akkor segítek szívesen, vagy ilyenek. Uh, tehát uh -huh. én, én, én ehhez, ehhez, egyébként így állok hozzá alapvetően, de, de mondom, hogy ha az van, hogy alszik, vagy nem tudom, akkor nem biztos, hogy szeretném elmondani. Ő, csak ő miatta még háromszor, mert, mert, de, de, nem szeret dolgát iratni, mert tényleg az van, hogy, hogy úgy is látom, hogy értik el, és én inkább azt az időt szívesebben tölteni, azzal, hogy gyakorlunk, Persze. Vagy, vagy akár... Úgy jobban jó... előre is vezet, hogyha inkább gyakorolt Igen, vagy... csak, igen, csak valahogy meg ilyet is kell adni, és akkor azért nehéz dolog. Én például, én például rengeteg szó szoktam majd, hogy szoktam olyan, sima infónál, én teljesen fölöslegesen tartom azt, hogy most elméletet magoltassak a, a, nem infósokkal, például informatika óra, digitális kultúra óra. Én most is megmondtam a mostanáknak is, hogy mondom, csináljuk, csináljuk együtt, lehet, hogy lesz volna, önállóan, és akkor, ha mindent végigcsináltál jól, ahogy én kértem, meg vissza fogom nézni, és akkor órai munka, ilyet adok. Tehát például, uh -huh. és, és nyugodtan odahívhat, és segítek neki, tehát simán kaphat akár ötöst rá, hogyha csak annyi, hogy hajlandó odafigyelni órán. Erre egyébként van ilyen, hogy mit tudom én, neked mennyi jegyet kell kiosztani uh -huh. év végéig? Van, Jaj, van, ez a a, van három a minimum, és az egyébként uh -huh. a elvileg az a heti egy órás tájra vonatkozna. Ja, aha. A, amúgy meg azt hiszem, hogy a hány órás a tárgy, azt hiszem, annyi plusz egy, talán. De most uh -huh. nem akarok hülyeséget mondani, biztos le van éve az a pedagógiai szabálykönyvben, vagy nem tudom, de amit az iskának össze kell Hát arra szoktam figyelni, hogy a havi egyet mondjuk megpróbálok adni. Nem mondom, hogy uh -huh. mindig összejön. Meg van olyan, hogy egy hónapban jobban megszalad, mondjuk, és másik hónapban meg nem adok. De hogy én például nem szeretek csak azért adni, mert egyet kell adni. Szóval én szeretek, szeretek új sötöst adni valakinek a mondjuk nem tudom, tényleg nagyon frappás volt órán, és voltak jó ötletei, akkor van, hogy szívesen beírok neki egy ötös nem érne, mert hát most uh -huh. nekem ettől nem lesz rosszabb, vagy ilyenek. Alapban nem tartom annyira jónak ezt, hogy Öt darab számja alapján értékeljük be egy gyereknek a tudását, mert ez, ez azért is egy ennél sokkal szélesebb dolog szerintem, és, és így, így csak lelimitáljuk a gyereket erre. és Nem nem hiszem, hogy így már, már már gyerekkorától kezdve az legyen neki az érték, hogy most akkor ötöst kapott, vagy egyest kapott, ja, és jaj. Jaj. hogy így, így értékeli akár saját magát is, meg önértékelési gondjai is fakadhatnak ebből. Mert hát ki tudja most, te érted? hogyha olyan szülei vannak, hogy otthon megverik, hogyha egyest kapott, akkor az se legjobb érted. Én is így gondolom ezt, és volzogtak másokkal összeszélően is vagy vitám menni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, mondjuk a nagyon éles határ lenne, hogy mondjuk honnan adsz jobb éjt, vagy rosszabbat, és hogy mindenképp sokszor erőltetik, hogy ez legyen egységes. Mm. Csak én meg az a hogy ezzel úgy vagyok, hogy én látom, hogy mondjuk ő, ő hányast érdemelne, és attól függetlenül, hogy félre csúszott neki. és le, lefelé nem feltétlenül akarnám húzni, de nyilván van, amikor érzem azt, hogy nem érdemel olyat, de mondjuk így jött össze. De, de sokszor van az, hogy például valaki nem áll ötöstre, mert, mert, így jött ki, mert így jött ki a lépés. Vagy mert nem adtam rá ötöst, mert ösztönözni akartam, hogy ennél van még jobb, és majd ezt, ezt tudod még jobbra. De, de tudom, hogy amúgy ötöst érdemel, akkor például nagyon szar hogy le akar limitálni a rendszer, hogy 4,4-re te már ne adj mondjuk ötöst. Ja, persze, mert lefele uh, én. De hm. én meg, én meg akarok ötöst adni rád. még 4,5-re sem akarnak egyébként sokan. Vannak is, 4,7-től ad ötöst, csak mondanám. Jó, ilyen nekünk is uh, volt. De, úris, de, de ez meg, meg olyan, olyan genyaság. Tehát, hogy Nos Jó, hát most, most én például van, hogy azt tudtam csinálni, hogy akkor megfogom az órai munkáit, fölpörgetem, nyilván tudom, hogy tudom, hogy rendben van mindegyik, mert azért neki ötöst adni, mert tényleg rendben van, és mm -hmm. akkor adok rájuk jegyeket, és akkor felhúzom a ötöst koha, mert, mert megérdemli és hogy, hogy már ne kaphassa meg az ötöst, meg ugye most már ösztöndíj van, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a ja. képzésre pénzt kapnak azután, hogy hányasra állnak. Szóval 4,5-től amúgy 60 ezeret kapnak a diákjai. Havi. That's nice. Igen, én nem van. úgyse kaptam volna semmit szerintem, még akkor sem, ha lett volna erre a lehetőségem, de, <gül> 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 de ez úgy nem minden, mert, de igen, de volna, de minden súlyban van. de kaptál de minden súlyban ez központi már. Igen, és ki, igen ez kettő van. Ez kettő egésztől főfele van, tehát az alja 8000, aztán van 16 nem tudom, most nem fogok pontosan mondani, tehát 32, 42 és 60, valahogy így vannak. De honnan vosszú, van érted, hogy Air jordan pénzük nyomcadik. Hát, miből veszik az elfbárt szerinted? A miből veszik? Hát, hát ne ezt, úgy nem tudom, de... <laughs> de valahogy mindig van ilyenekre egyébként, az, az, azzal lepődök meg. Ja, és akkor mondják, hogy azért már nincs már pénzünk. Azt ott a kezében, hogy <laughs> kétfajta ilyen, azért nem tudom, elciki, el, vagy pokó, vagy akárminek hívod <laughs> éppen. Ebbe a témába is amúgy bele akartam menni. Ez érdekelne, hogy ezekkel mennyit találkozol az iskolában, hogy látod, hogy esetleg osztogatják egymást. Egy van. Iskolában levőleg nem lehet vele találkozni, mert hogy benne van a házi rendünkben, hogy... Elvileg. Súlyesd el a táskádba, vagy ne is legyen nálad inkább. Jó, várj, már... tényleg, mert már várj, hogy 2024-ben már új tané, már vizét nem lehet bevinni, már dobócsillagot sem, meg mit tudom én, mit úgy. A dobócsillagot eddig is hozzá, nem bassz Nem, most csak, bele, nem most csak bele, volt írva ezébe a közlénybe, hogy miket nem lehet, és csak ott volt egy dobócsillag, meg mit tudom én. Nem tudom, olvastátok -e egyébként, ott valami horgászfelszerelés is volt a szemírva, vagy nem tudom. Tehát, hogy... ah, elég sok minden benne volt. Jó, tudod, hm? Nem tudom, Bizony. nem tudom, az a telefon leadásra is azt gondolom, hogy ö, engem nem zavart eddig sem, mert én alapból kirakadtam óra elején. Mivel az mm. infoteremben a monitorok miatt amúgy se látom, én alapból kirakadtam a telefont, ö, amikor vége volt az órának, felvette, vitte magával. Nekem ezzel nem volt gondolom, erre az elektromos dologra visszatérve meg ö, annyira sokat egyébként is úrin belül nem találkozok vele, de, de mondjuk volt egy diákom, aki volt, hogy, hogy így nem tudom, beleszívott, még kint, és bejött, és ott fújt a kíváncsi, igazgató pont, <laughs> pont igazgató pontot, tehát <laughs> yeah. Úgy, ahogy van csattantva az igazgató japva a másod, az... ez. Na, ilyen velem is történt. Még <laughs> az derék. És akkor az Igen. még ugye rendes elcigi <laughs> volt el meg, az én, én, Ez is volt, ez is 10 pont 10 az, az, volt. az e volt. Ez is rendes elcigi volt pont. Éve. Ja, nekünk is. Ez egy ah. osztálytársa mondatta, beleszívtam, mind a ketten mentünk. Hát, ja, nálam egyszer azt, hogy kimentek két óra között, meg kiengedte az a tanár őket éppen, és a igazgatói ablaka alatt cigiztek az idióták. Na, az jó, az és én meg megyek így lefele pont órámról, és jönnek föl igazgatóval, és így mondom, hello, mi történt? És akkor kiderült, hogy ez volt, és én meg, én meg azon rögtem, amúgy, hogy én hallottam a saját ablakom, mert nem voltam előtt én is, hallottam a saját ablakomból, csak el volt húzva a függöny, hogy valaki ott így de mondom, uh -huh. mindegy, mit tudom én érted, biztos nincs már órájuk, nem tudom. És akkor megyek föl, és akkor egy percen belül jönnek föl. És így kiderült, hogy igazából pont tudtam volna szólni nekik, hogy ezt most hagyjuk abba, és akkor amúgy nem lett volna ebből legáz. Egyébként az a beírogatásra visszatérve, én nem vagyok ennek se a híve egyébként. Ja, hogy így be dolgokat így plusz ez, 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 vonatkozik az elszigére és a bármire, az is ki van tírtva. mégis egyébként van, van, néha. De én nem, nem, nem? Én nem vagyok ennek a híve, nem, nem ettől nem fogja, és a legtöbb szülőt se fogja érdekelni, és nem ettől nem fogja szívni, vagy inni, vagy akármit csinálni. Nyilván mondom neki, nem azt mondom, csak hogy hogy attól most én beírok neki, és értem, hogy van, van, aki nem ezen a pártján van kollégák közül se, de én azt gondolom, hogy attól, hogy hogy beírok, vagy mondjuk akkor legyen egy csomó igazgatója, és már majdnem rúgjuk ki, uh -huh. de közben ez ez nem ezen fog múlni. Tehát le lehet ülni vele beszélgetni, vagy meg, meg értelmesek általában azért a legtöbb gyerek. Meg tudja érteni azt, hogyha valamit kérsz tőle. Én, én az elejét, elejétől fogva megbeszéltem velük, hogy mondom, én nem. Nem lesznek nem tudom milyen elvárás, én mondom, van, hogy kérek valamit, mondom, tegyétek meg, olyankor az légy szíves, és cserébe én is, hogyha kértek valamit, ugyanúgy megteszem. És például az én osztályommal olyan viszonyunk van, hogy bármit elmernek mondani. De hogy, de hogy, hogy olyanokat, hogy, hogy amúgyha azt most másnak mondanák, azt lehet, hogy gáz lenne törőd. Uh -huh, uh -huh. de, de hogy tudják azt, hogy megbízhattak, el lehet mondani, és meg tudjuk ezt úgy oldani, vagy akár tudok segíteni, hogy ne legyen belőle gáz. Hát ennek kéne, hogy legyen úgy. szerintem az egészséges, meg normális, fiatal, ez az a normális. Ez a pedagógus. Ez lenne a pedagógus. De nem szerintem. vagyok az pedig. ugye? És nem vagy az pedig, igen, ez, ez a ugye, Itt jön elő, megint, megint ugye a szakma, meg a, vagy ott a papír, meg a nem papír. Igen, én azt gondolom, hogy nem igen. egy papír miatt lesz valaki. Ez olyan olyan programozás is, hogy valaki megcsinálja egy programozóit, vagy szót és ott a papír euh, mégse az alapján veszik föl sehova, hanem iratni fognak egy tesztet, beszélgetni fognak veled angolul, magyarul. Tehát, hogy nem ezen fog múlni, és nekem rengeteg volt élfantásom van, akinek nincs meg a papírja, mint nekem, de milliós tettós fizetése van. Mert uh -huh. nem ezen múlik, tudja csinálni. És egy programozás, és én örülnék, ha minden szakmai működne, nem az a lényeg, hogy van-e papír. Szerintem semmi. Az angol ugyanez. Nem attól fogsz tudni angolul beszélni, hogy van egy nyelvvizsgád. Hanem attól, hogy beszélgetsz angolul valakivel, és akkor ki fog derülni, hogy tudsz-e persze, meg most érted, hogyha nyelvvizsgát megcsináltad, mondjuk 5 éve és 5 évig nem beszéltél angolul, akkor lehet, hogyha kimész, mondjuk Londonba, akkor nem, nem fogsz mindenkit megérteni. Yep. Vagy ahogy én mentem Skóciába, mert ott azért az még, durvában az jó, beszélnek de a módon. Ez very nice to see. Vissza kellett egy cekét cek kérdezzek a boltba, meg ilyenek. A jó, a skótok, azok az angolok, tehát a britek sem értik, a, vagy hogy mondjam, tehát a Nem sem tudják sem beszélni a saját nyelvüket, hagyjál. Nem, nem, tehát nem, 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 értik meg a többi, akik tudnak angolul, a skótokat általában nem értik meg. Tója elcig is témában, nyugodtan kérdezzetek, most nem tudom, mit tudnék mondani. Nagy, rengetegen, rengetegen, szívnak különböző olyan dolgokat. De bár t -t 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 többen szívnek ilyen elektromos cuccokat, mint a simát? Mert ugye én még a középsúlyokban ezzel találkoztam, hogy a sima, simás a simá igen. igen, volt egy olyan pillanat, amikor azt láttam, hogy a simá, simán kívül minden. Szóval volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy senki nem szív simát. Most az osztályomból egy páran visszaálltak simára. Uh -huh. Mindegy. Kilencedikben megkérdeztem Dohányzik-e valaki, felháborodtak a kérdésem Oh, oh, oh. Egy évvel később már feledó a <laughs> Ugyanez van nálunk is, amúgy is. Ugyanez, nálunk, én, de igen. egy per egy. Akkor ez én... ilyen lenyomat. Ez hozza össze a, a magyarokat, hogy mérgezzük magunkat valamivel. Ja, hát, ez olyan, én, én nem tartom ezt jó dolognak, de... Élet, nem, nem én vagyok az anyukája az apukája, nem fogom túl lebeszélni. Én elmondom a véleményemet ilyenkor szívesen nekik. Meg tudják is róla, de... Uh -huh. De most érted, a szívja, szíve nem tudok amit sem, de egyébként nem a... Vagy, vagy, ti azt gondoljátok, hogy ezekkel az elcigi, meg bár meg ezekkel van a gondom úgy? Én azt gondolom, hogy... Csak már, hogy van egy ez, next level, amúgy. -e, ez, 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 sokkal durvábban tud függőséget okozni a gyereknek. Meg, meg nem csak gyereknek, amúgy bárkinek, de gyereknek főleg, mert finom, bármikor bele tud szívni, pici, pici, gőze van, faszom tudja, tehát gyerek, akár óra közben is bele tud szívni egyet. Igen, mondjuk az, igen. Uh, szóval én meg a... hál nem is nagyon te hogy mondjam, tehát körülöttem volt időszak, amikor mindenki dohányzott. legalábbis így haverok, vagy mit tudom De engem sose, engem sose, engem ez, mert nekem hogy büdös volt, meg bittem émeket, én, hát nem csinál nekem arra pénzem. Viszont abban biztos vagyok, hogyha most lennék középső, és tehát most lennék 15 16 és biztos, hogy bele tudnának ezekkel vinni. Ez száz százalék. Hmm. egyébként én is pont amiket elmondtál, pont ugyanez vagyok én is. Tehát, hogy körülöttem is rengetegen dolgozok, de soha nem vitrá a lélek, hogy akkor még nem voltak elektromosok, de most se. Ö, hát engem nem azt mondom, hogy nem próbáltam szerintem. ki, mert most. érdekes, hogy kip, kipróbáltam, de nem, de nem vitt rá. Viszont amit mondtam annin, hogy, hogy igen, tehát hogy a nikotire való rá húzásra viszont sajnos ezek nagyon jók, mert tényleg rengeteg íz van, finom, nem tudom, de az előző kérdésem az arra irányult, hogy szerintetek nincs ennél rosszabb, mert van egy, csak nem tudom, hogy tudtok-e róla. A biztos, hogy van. A snősz, igen. És azt az, hogy kell ide, 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 ide A nem? Snűzt, azt, azt van, hogy orba órán is. És volt olyan, hogy úgy ki volt ütve a gyerek, a magán, nem tudta a világát. S és van. abból nem domvágjátok e külföldről, lehet a 150-es, vagy ilyeneket. És ezt nem tudom, de tudjátok. Van brutálok. De azt tudjátok, mit jelent ez a cigi mennyiségben? Tehát több doboznyi cigi. Van olyan tudsz, ami két doboz cigi nikotin. Egybe. Egybe. Azt a kurva. sem ember. Igen. És, 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 van olyan, aki, van egy gyerek, aki erre fullbarávon függve. De hogy olyan szinten, hogy nekem volt Ez ilyen ö, tapasztalatom, és nem mondok se nevet, se osztály, se semmit, hogy mentünk valahova, és a vonaton elhányta magát, mert rosszul volt tőle. Igen, én is Éet. láttam bulikon főleg, meg amúgy nekem is hány ingerem lett egy gyengébb a a lehet, hogy bunci vagyok, tök mindegy, de egy gyengébb től, egy hány de ezek ez egy koncert, nikotin akkor? Vagy mi az? Igen. Hát ez, igen, amit belaksz, hogy az ínyed alá, vágod? Ez ínyed hát alá. Így szóra. vágom, de úgy nem olvastam utána soha, hogy most ez mi. Már ilyen... azt tudtam, hogy dohány termék, hasonló, de is akkor, is akkor ez végig is az ilyen koncert rád nikotin. Olyan, mint hogyha ilyen ne, e... teafilter tennél be az uh -huh. alá. Igen, és van olyan, hogy még többször is felhasználják, később is visszateszi, nem tudom. De hogy nagyon nagyon durva, mert mondom, tehát nikotin mennyiség, hát figyelj, kiüti. Tehát azért szedik, vagy azért használják, mert ilyen bágyútságot okoz, meg, meg így kicsit így vagy nem tudom, így ellazul. Beszik az én időmbe még a technokó rapid, meg az acskó. <gül> <gül> Öreg vagyok, bázik. A, a technokó rapid, hát ugye, olyanok, akik használnak akik ilyet, néznek téged, akkor üzenek nekik, hogy ne, létszik. Tehát, hogy nem azért, mert, mert... Fú, ez egy köcsök felnőtt, most ezt mondja, és akkor. Ez a buzzi tanár ezt is csútanár hagyjon meg. Nem, tényleg azért nekem van, van orvos uh, ismerősöm, például az elbárokná is ez volt még, hogy nem uh, nincsenek még kellő képele, tudományos kísérletek, hogy mit okoz. De uh -huh. például már az elbár is, meg az ilyen elektromos dolgok, és okoznak olyat a tüdőbe, hogy úgy, úgy meg tud halni valaki, hogy nem tudják az okát. Hogy mi történt. Hát nincs de még annyira hosszú távú tanulmány Igen, próboda. igen és, hogy, és hogy itt az viszont a egyébként arra is kéne kell gondolni, hogy amúgy ez szétcseszi az ínyedet, és szétcseszi a fogadat amúgy. Szóval ja. most értem, hogy ez menő, meg vicces tizen pár évesen ezt nyomatni, meg, meg hogy ellazít, meg nem tudom, csak ezzel az a probléma, hogy majd lehet, hogy tíz év múlva, amikor kihullik a fogad, akkor nem lesz vicces az implantátum, ami több kell. Hát igen. Hát jó. És Tehát például, hogy nem gondol bele az ember, hát nem nálunk is voltak ilyen arcok. Arról nem beszél, hogy nagyon függőséget okoz ez. Most gondolj bele, hogy a, a cigi mondjuk okoz függőséget. Képzeld el, akkor ezt sokszorozva, mert ugye, amit mondtam, van olyan stűsz, ami akár egy doboz, két doboz cigi nyílik uh -huh. az egybe. Hát jó, most már is, abból is képz... ablis nevek, nevekedik ugye a tolerancia. Az brutális. Hát most, most elkezdték betiltani itthon a az ilyen magasabb tartalmúakat, mert pont mondta valamelyik, hogy ó, ezt meg se éreztem, mert valami gyengébet tudott csak most lenni. Hogy már az ilyen gyengébet nem is érzi. Mert annyira Aha. már ráállt a, az agya arra, hogy tudod, ez olyan, mint a, a heroin, meg a bármi, hogyha egyszerbe be belekerülsz, vagy a kokain. Kungba nehéz kijönni. Igen, tehát, hogy, hogy, ugye van egy inger küszöböt, növekszik. Hogy ugyanazt a hatást elérd, ugye összes drog így működik, ugyanazt a hatást elérd, mondjuk ami egyszer egy, nagyobb egy nagyon tripped volt valami, az egyre több adag kell. És hogyha mondjuk tudsz épészel gondolkozni, akkor, akkor valószínűleg nem fogsz belecsúszni, de aki emberek 90%-a ugyanarra az első élményre vágyik, viszont azt már ugyanannyi adaggal általában nem tud elérni. Ja. És az a, a szüneteket tartasz, akkor amúgy igazából akkor de. Igen azért igen. kell ugye okosan ezeket a dolgokat. Igen, de, a nikotin, az... nikotin az meg alapban nem egy olyan, bocsánat, az az meg nem egy olyan kábítószer, ami szerintem rekreációs szélre bármilyen hasznokat, hasznot tudna okozni. Tehát de. érted? Most... Nik Nikotint arra találták fel, hogy függőséget okozod a cigarettára. Tehát ez te igen, lényegében. Tehát az, hát az... van is ugye az ikonikus kép, amikor a 30-as években tököm tudja ott a legnagyobb dohánygyártók ott eskü alatt vallják, hogy hát ez se függőséget nem okoz, meg se nem káros, vagy mit tudom én. Ja, meg a, izé sportolók is ezt szívják, meg hogy izé ja, terhesnők is ezt szívják, ez biztos jobb lesz a babának, vagy a faszom. Marboró, mert... Már mindent mondtak annó, hogy szívják az van. emberek, aztán nem is volt semmi kutatás mögött, hogy ez valóban uh, egészséges lenne. Csak így Na, mondták. Ez, Hát szóval én, én azt látom, hogy ez a snűz, de... de ha be, mélyebbre akarunk menni, akkor általános volt egy ilyen sztori, hogy a 8. srác volt a díler. Na, wow. Igen, ilyet én is hallottam Ami drogdíler, drog tehát, hogy mit tudom, fű, vagy nem tudom, mert komolyabb, vagy tablettek, nem tudom, tehát, hogy nem vágom pontosan, mikkel üzletel. de hogy nyolcadikos fiú volt a drog díler, basszus. De amúgy az imi is volt gecsi. egy ilyen rendőrségügy is lett belőle, kiraktuk magában őket, aztán most már nem járnak ide, hogy képzétek el, ez nagyon érdekes sztori, reggel mentek a dílerükhöz, kettem, ilyen, mit tudom, 9. es környékkel, tehát nem emlékszem pontosan, tehát ilyen 15-6 évesekről beszélünk, és a saját anyja követte és köpte be a rendőrségen a gyereket. Wow. Az igen. Az milyen sztori, nem? Az nem gyenge, Geci. Hát most Na, elvileg, elvileg, már jobban van, és most ilyen elvonóra is jár, de már volt, hogy ez próbált, és nem jött össze, szóval hallottam miért is, én osztályomból volt, aki kikerült, és utána egy évig ilyen nagyon brutál minden komolyabb cuccra, uh -huh és aztán most jövöget le róla, de újra kilencedikes lett, úgyhogy tizenkettedikes lenne, tehát megint ez a sztori. Jó. Ilyet nem követem már annyira, de, de hogy... Régen, amúgy, régen lehetett folytatni, nem? Vagy... Mert én, mert én, ilyet hallottam, meg nekem is. is van ismerősöm, aki félbe hagyta. Tehát mondjuk, mit tudom, ilyen tizenegyediket elvégezted, akkor mondjuk mehetsz egy másik iskolába tizenkettedikbe. Igen, viszont mivel ez szakma, hogy mondtam, csak azonos szakmára. Uh -huh, Na te uh -huh. úgy döntesz, hogy, hogy oké, okay, de nem erre a szakmára szeretné, nem mondjuk eladó kereskedő, rendész, nem tudom, nálunk amúgy ilyesük van a kereskedő, rendész, meg az info, meg most indult gépészet, adjuk. az informatika helyett, tehát hogy visszamegyünk. Tehát, hogy a meg, 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 megszüntették az infót, mert nem jók, ne, nem jók, az eredmények, egy darab osztály eredményét nézték meg, a többit nem várták meg, és akkor gépészet lett nálunk most az az új, de mindegy, a lényeg az, hogy bármire akar már másra menni, nem fognak tudni átvenni, mert van tizedik végén alap valahol, melyik szakmának kilencedik végén alapozó vizsga. Uh -huh. És ha te mondjuk tizenegyedikes vagy, és mondjuk jártál, mit tudom, ide mondjuk rendszergazda uh, rendszergazdaira, vagy, vagy szótafereszőre, bármire jártál, és te át akarsz menni, hogy kereskedőre, hiába csináltad a matek magyar meg ezeket, a szakma miatt muszáj előről kezdened, mert egyszerűen nem, nem, nem tehát hogy van rá -e lehetőség, hogy átvegyünk valakit különbözetivel. De ez tizedik után már nagyon nehéz, mert az alapozó vizsgát viszont le kéne tennie. Nem úgy van, mint a gimibe. Tudod, hogy most gimiben te valahol abba hagyod tizedikbe, és utána visszamész tizedikbe. Megteheted ott persze. Szakmánál csak adott szakmába mehetsz. Tehát ez így, sajnos, ez nehéz. És, és akkor muszáj végülni a irodalmat, mindent úgy. Hát most nálam van az osztályban egy srác, aki viszont most ezt meg fogom cáfolni. Akkor nekem azért én van egy srác, akit én tanítottam is. Az előző rendszerben végzett, ami még 4 plusz 1 éves volt, nem volt kötelező érettségi utána a szakma, és ő megcsinálta az érettségét, de a szakmát nem. Uh -huh. És most úgy döntött, egyetemre járt egyébként most, de közben úgy döntött, hogy most mégiscsak azért befejezni. És volt kérdés, hogy melyik osztályban menjen, hogy 13 ba vagy 12 ba És mivel régen volt, föl kéne frissíteni, meg mégis vannak új tárgyak, jöjjön 12 be és mi ebbe fölvettük úgy, hogy nyilván én is javasoltam, hogy jöhet, mert egyébként nagyon jó tanuló volt, és egy tök jó fejstrácról van szó, meg mindig tényleg bírtam is, meg, meg fog, értette is, meg, meg, érdekelte is ez a dolog, csak nem fejezte be a szakmát, mert nem volt tanár, nem tudom, nem, tehát nem, nem, tudtunk tanárt adni az utcsó évre, akkor egy csomószor ez volt, akkor hónapokig nem volt tanár, és így nem fejezte be, és például őt át tudtuk venni, de csak azért, mert ő neki viszont megvan az érettségi, ezért neki nem kell bejárni ezek az említett persze. tárgyakra, amit most mondasz, hanem csak a szakmákra jár be. Ha most ide jött volna egy idegen, akiről semmit nem tudunk, már nem biztos, hogy, hogy ilyen könnyen bemerjük vállalni, mert ki tudja. Mondani Jó, bármit persze. lehet. Tehát mondani bármit lehet, és mondhatom azt, hogy űrkutató vagyok, nem? Elhiszed? Hát most te bajod, ha nem. Én elhiszem, amúgy. Már, már, figyel, már annyi mindent mondtam, hogy mindenhez is értesz, csak nem, nem, hogy nem eléggé, én is mondjam, ebben cipőbe járok, de én nem Én nem. Nem. mindig ezt érzem, igen. Tehát, nem hogy, nem. Hogy mindenhez lehetne még jobban érteni, de te is biztos, hogy tudod ezt, hogy akár egy kép vagy egy videószerkesztésben egy adhok meg, ja, mindig alatt, lehet de mindig lehet fejlődni. De mindig lehet fejlődni, és ez mondom előnyök, is és még nagyon tisztelembe azokat az embereket, akik mondjuk egy dologban ilyen világszinten kiemelkedők. Én nagyon-nagyon tudom tisztelni, akár egy gitáros, akár fizikában feltalál van, amit nem tudom, tudod, meg ilyenek, uh -huh. vagy orvostudományban. Én iszonyatosan tisztelem az ilyen embereket, de én nem tudnék jelenni. Mm -mm. És én is mindenhez inkább nyúlok egy kicsit, de ez azért is jó, mert mert egy több lában állsz, meg kettőt tényleg nem kell másokra sem hagyatkoznod annyira, jó. tehát most nem kell azt, hogy nekem van egy grafikusom, van egy videóvágóm, akkor ez, meg az, meg amaz, hanem, hanem meg tudom csinálni, ha csinálok egy zenét, akkor a beatet azt nem tudom megcsinálni, de mondjuk keverni tudok, masterálni valamilyen szinten tudok, Igen. videót meg tudom vágni, photoshop egy képet meg tudok magamnak, mm. index képet streamen is mindent be tudok állítani, úgy ahogy, hogyha valakire, tehát valamire kell valami, akkor azt nyilván mondom azoknak az embereknek, akiket már ugye, képítettem a kapcsolatokat vele, kifizetem nekik, vagy haverok, akkor megcsinálják olcsón, vagy valami cserébe, stb. Tehát ilyen dolgok, de általában azért nem, nem túl sok olyan dolog van. Van egy-két videó vágomban akinek fizetek, hogyha tudom, hogy olyan videó van, hogy én nem szívesen vágom uh -huh. meg, vagy több vágás kell, de tehát, hogy szórakoztatóbb legyen, mert mondjuk én nem tudnám, vagy túl sok idő lenne úgy megcsinálni, mert én mondjuk nem premiért használok, azért Premiere-ben jóval könnyebb, miután már megtanultad ugye használni. Ja, azt hittem te a premiért használsz. Nem, 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 én 9 éves korom óta Vegas használok, te Na, az kemény. Ne, én is premiért, premiért, használok én is egyébként. Hát izé, Da Vinci t mondják még amúgy, nagyon jó. Amúgy azt, igen, a davinci t a sokat dicsőrik, próbál, vagy gondolkoztam rajta, hogy kipróbálom, de ne, nem jutottam még oda. Hát én Nagyon-nagyon két... ja, sokan hát... dicsérték nekem is a davinci az elvileg nagyon jó, és ugye az ingyenes. Majd uh -huh. egyszer talán átállok. De gondolom, akkor ott is van vannak ilyen előfizetős dolgok, hogy akkor egy-két egy dolga többet tudsz, hogyha van. ez meg biztos az van, van, van a, múl múl van igen, a, a... Model, kell nekik. Biztos van, de alapvetően ingyenes. Meg azt hiszem, van magyar vonatkozása, ha jól tudom. van, amikor igen. Amikor ilyen stresszesebb időszak van meló miatt egyébként, akkor tök jó, mert így estére beveszek, mit tudom, ilyen hatkor, és akkor itt tök jó el az... Egyet? Jó ja, kettőt szoktam. Most erre értem ide, hogy beveszel valamit és ellazítsz. <laughs> Ashwagandhát mondja. Ashwagandha. Az micsoda amúgy? Gyógynövény. Ja, az ja, egy le? indiai gyógynövény. Igazából ilyen stressz csökkentő, stresszoldó hatása van. Vannak hm. akik esküsznek arra, hogy kihullik a hajuk tőle, meg ilyenek. Én eddig még nem tapasztaltam. Igen, az a helyzet, de... hogy jelenleg az van, hogy neked van a legtöbb hajat, úgyhogy lehet, hogy az ellenkezője. Lehet egyébként. Le 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 mert, mert amúgy tényleg tök jó. meg nem is olyan drága, meg ki kipróbálja az ember, Azt, szerintem ez is specifikus. De gyűjt, ezt ilyen simán tudod kérek. venni, nem tudom, hol veszed ezt, hogy ilyen... Jim beam A jelen... be vettem. Jim be. és... beam be, aha. Ja, be lehet... Nekem is van, meg van L-teaninom is, ezt a kettőt szokták ajánlani egyszerre az asfagondát, meg az ja. Nem is, hm. ha, az is az nem is jó. hallottam még ezekről. Ő, meg is szoktak írni ilyen pánikbeteg, szorongásos, depressziós nézői műnekik szoktam ezeket ajánlani, meg CBD-t szoktam, meg ajánlani, hogy CBD olajat, csak ugye... Egyébként igen, az, az, az sokan mondják, hogy jó. Az ilyen tud segíteni, csak ugye az, az a baj, hogy a magyar kanabiszipar az nem nagyon van még kiépülve rendesen, meg Mi? a legtöbb amit kapsz CBD a boltokba, vagy amit tudsz rendelni, annak nincsen Baszlófasz. DHC tartalma, meg hát nincs Igen. benne elég CBD sem, tehát hát, mondhatni itt van egy ádmatás. Itt van egy hely, ahol egyébként árulnak, itt a sarkon. gondolta volna, hogy a sarkon árulja. <laughs> Ez a függőség, még akarok egy kicsit Mondja csak, mondja csak. A legalapvetőbb magyar függőséget nem említettük hozzá, az alkoholt. Ja. És hogy azt hinnéd, hogy most már annyira diákoknál tan, nem, mert ugye ezek a másik egyéb dolgok mennek, de amikor elkezdtem itt tanítani, például az akkori kilencedikeseknek egy része, az minden egyes hétvégén csatak részegen valamelyik iszé. Kosmába volt, vagy, vagy hallottam egy csomószor, hogy mesélték, hogy az izéba ébredt a nem tudom, úgy szélén, meg az árokban, meg ilyenek, és ez nekem olyan fura volt, hogy 14 5 évesekről beszélünk, tudod, és hogy... Igen, az azért hard. Hát olyan, és arra, hogy Minecraft szervereket konfiguráltam annyi idősen. Hát igen, és annak az osztálynak a fele ilyen. Most nem azt mondom, hogy minden osztály ilyen, vagy hogy minden diák ilyen, de hogy azért ez is jellemző. És ez egy érdekes dolog, hogy ti mit gondoltok a és ez most ez egy kérdés, hogy hol az osztály kirándulásokon való ilyen itt a fogyasztós dolgokra, mi milyen tapasztalat van nektek ezzel kapcsolatban? Ne, nekem az alkoholra való ősilményem az innen ered. Jó. <laughs> Kilencedikben elmentünk, ne, nem, tehát ez úgy volt, hogy igazából nem kilencedikes osztályjal mentünk, hanem a jobb diákokat választották ki, mert hogy ilyen, majdnem, hogy ilyen cserediák programszerűség volt, hogy mentünk egy szlovák iskolába, és akkor a szlovák iskolába is jöttek hozzánk, vagy valami ilyesmi. Igen, mit? meg vittek, hogy ki legyetek. Hát, ja, lényegében, és akkor az volt, hogy majd ott is fogunk programozni, tehát meg ilyenek, tehát olyan emberek menjenek, akik ebben viszonylag jók, meg minden, és akkor összeszedtek egy-két ember, hát nem voltam jó benne amúgy, Ö, meg végül nem is kellett hogy ott semmit csinálnunk, tehát ez csak ilyen mondat volt, Ö, nagyjából egy kirándulás volt, és az idősebb osztályokból volt a legtöbb ember, de hát a kilencedikből én is bejutottam, másik három társammal, és hát nyilván, Nyilván a tittunk ott, ott. volt. Volt egy halálnevű koktél, amit, amit egy Domcsa nevű úriember kevert nekem, az volt az első első <laughs> euh, alkoholom. Abban volt ő, kofola, kóla, sör, whisky, szerintem, amit el tudsz képzelni. Jéger. Az megalapozta neked így a. a az az, az megalapozta. Uh, én, én annyira emlékszem abból, hogy így ott vagyunk a hotelszobában, és így iszom, és így megy egy laptopról a GTS Szándrál zenéje. Kettő poharat megittem, és onnantól kezdve nem emlékszem semmire. <laughs> Csak utána még vannak ilyen képeim, hogy fogják a hajamat, mert ugye ilyen hosszú emós hajam volt, fogják a hajamat, és hányok a WC-be. Ilyenek uh, vannak meg róla. képet én is láttam egyik diákomról most. ilyenek vannak meg erről. Ott is amúgy volt ilyen, hogy az egyik tanár az nagyon ki volt akadva, akkor izé anyukám föl lett hívva, meg az a tanár, akkor ki akart minket rugatni, oh. azért mert ittunk. Tehát ezt se értem annyira, hogy most akkor tényleg ezzel kéne mondani, hogy akkor ez rossz dolog. Van? ok értem, hogy rossz volt meg. Azt tudja, de hát nem ez, nem ez lett volna, hogy most elhet, akkor a kérdésemet erre is akartam hmm. kivezetni a de még a bolit meghallgatjuk ugyanerről azért. Nekem is hasonló egyébként, csak nem ö, Szlovákia irányába történt ez a dolog tizedikben, hanem Vajdaság irányába, mert ö, hát tököm tudjam tudja milyen apropó volt, hogy elmentünk kirándulni arra, valamire elvittek minket. De ott is én két közötti ilyen két iskola között ilyen cucc volt, hogy mi mentünk el arra egy, egy két-három napra, és után utána meg ők jöttek hozzánk. Lászik és ez nagyon ezek a két És akkor ott volt az, hogy meg volt a szállásunk, meg minden, és akkor jó, hát ezért menjünk el valamerre, meg mit tudom én, és akkor volt az, hogy a szabadkai piacra is betévettünk. Na most a szabadkai piacra azt kell tudni, hogy ami a világon létezik, ott az beszerezhető. Igen, tudom. És, és hála jó Istennek, ö, Nekem ott kezdődött szerintem a, a hosszú távú kapcsolatom a Jägermeisterrel, mert ö, valaki vett, de én előtte ugye nem ittam semmit, tehát se Jäger, se semmit. Hosszú sem a... kapcsolat. Aj, van ez a Jägermeister, ez kóstolt már, meg tudod, ott vagyok, tizedikes osztálytársaim is. Mint, nem nem jó, tudom jó, ez, tudod, mondom, ez feles vagy, ez hosszú, ez feles, kitöltötték, és akkor megittam, mondom, tesó, ez amúgy fincsa. És akkor, hogy ízott, iszogattunk meg minden, de én így mondtam, hogy á, jó, azért annyira nem akarom én teleküdeni, semmit, meg Hát volt olyan osztálytársam, akinek is sikerült. Mert van egy kép, én is puszilom levit, ha netán hallgatja, hogy a folyosón így ki van terülve a srác, de én nagyon durván, így arra kelt reggel, vagy ment ki reggel a tanára, aki velünk jött, hogy így, hát Levi az ifexik fekszik így a, padlón, ott töltött az éjszakát. És akkor így ez, volt az első ilyen találkozásom az alkohollal. Ez nagyon jó. Így iskola terén, de ezen kívül meg nagyon nem vittek minket osztálykirándulásra. Tehát, hogy így... Oh, ez kell szomorú. Ezután már mondjuk ez minket so... Szor... sem akartak annyira. Ezt sokszor, ez sokszor hallom, és szomorú vagyok emiatt. Arra nem, nekünk az... nem ez volt a kiváltó ok, csak valamiért, el... nem, a büdzsé a... nem volt rá, vagy valami. Na, érdemes, na hát ez, na, meg hülyeség. ez, nem. ez hazugság. Ilyen nincs, hogy nincs rá büdzsé. Meg kell kérdezni a szülőket, hogy vállalnak-e X összeget, és ha igen, mm. akkor lehet vinni őket. Szóval ez a ennyi a baromság, és egy csomó azért nem csinálja, mert ugye teher, meg nem munkaidőben is úgy dolgozni kell, hogy Igen, de én ezt meg ilyen fannak is fogom fel egyébként, és a, a pont válaszolt arra, amit nem kérdeztem meg, de meg akartam kérdezni, hogy szerintetek az, hogy mondjuk egy ilyen tiltva van az alkohol, vagy sem az, az jó vagy rossz, számít-e, nem számít -e? jó, 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 tesz, vagy nem tesz jót? Hát nem tudom, szerintem... itt is egyébként a mérték a lényeg, mert most 18 éveseket elviszel, aztán kirándulni, érted, ez megint más, hogy elviszed a 15 éveseket. Ez, ez mert tényleg ő. mi érték amúgy, mert... Ez igaz, ez igaz. Nem tudom. Nem, nem tudom, nekünk is amúgy a... Ott voltunk 9. négy, négy darab ember. Oké, de Ör... mit gondolsz, hogy ha tiltva van, akkor jobban fogsz inni? Nem amúgy amúgy lehet gyerek, volt. Hát lehet tizedikes Na, es na es volt ezt akartam én meg, meg, én elragadtam, a elkezdek. Szerintem, aki oda tiltva van, jobban fog -e inni? Igen. Biztos nem lehet, vagyok. Nem lehet, hogy akkor csak azért is, hogy akkor, akkor nagyon szúnyiban meg Hát jó, de alapból tiltva van 18 év alatt, szóval így igazából ezt nem értem, Én értem, én azt értem, de mindig azért akartam ezt kérdezni, mert hogy én például úgy állok hozzá, hogy most már nekem azért 18 ami az osztályom, de hogy, hogy én leültem velük, kérdeztem, hogy ja, mi a helyzet ezzel, nyilván úgy is fognak hozni, úgyis ne, nem tudom kiküzdőben, hogy nem. És akkor, akkor mondtam neki, hogy oké, okay, akkor kössünk egy díjat. Mondom, nincs semmi gebasz, nem kell senkit hánytatnom. Nem kell senki után, nem, nem tudom, mondom, én engedem, mondom, szabad, de mértékkel. Legy és megkértem mindenkit, hogy egymásra is figyeljenek. Egyik van olyan diák, osztálynak egy részben, aki nulla a kodiszik, szóval ilyen is nem mm. úgy. De hogy, de hogy ezt így meg lehetett velük beszélni, és én tényleg ezt így kimerem mondani, és soha nem volt ezzel probléma. De ez biztos, hogy megint az, az, hogy milyen az osztálynak az összetartása, milyen a közösség, amit kiépítenek, meg a tanár is, hogy el a ezek tanár, igen, a Igen, a tanár hozzáállása hát hát ez biztos vagyok benne, hogy ez, ez, is azért nagyon közre játszik. Hát, ugye, mondom, Jó, most minket is, bocsánat, megkínálta Magyar a jön. történelem tanár egy borral, de, de, de tényleg egy, egy de pohár nem borral. Nem most attól ugye nem lesz Há. baj, de hát azt nem tudta, hogy mi fogjuk inni a halált is. <laughs> az, hát igen. igen jó, ezt a rontotta el, éne, mondjuk, a én, fél, én mondjuk én, én, mondjuk nem kínálgatok diákot alkohol, -e, mert azt gondolom, hogy ez, azért már lehet, hogy egy ilyen kirúgási az pont nem, az pont is, már más. Hát, az pont, az pont, már. pont is lenne, tehát ezt, ezt azért el, ezt, ezt, mindig is elkerültem, ez az alkohol, ahol a kínálgatást. De azért más dolog, hogy mondjuk nem tudom, üdítőt vagy valamit, hogyha nincs innivalója, valója, de, de hogy amúgy nem kínálgatok alkohol senkit. De azt gondolom, hogy így, hogy én így állok hozzá, uh, és én, én mindig is ezt azt, hogy mindenről akarok tudni, hogy uh -huh. így legalább nem, tehát így újsús meg fog történni, ha valami gáz megtörténik. De én akarok róla rögtön tudni. És ha ha nem, meri, ha nem merik mondani, akkor lehet, hogy rosszabb lesz, mint ha azonnal szólnak, ha van valami gebasz. Mert lehet, uh -huh. hogy csak valaki elesett, vagy nem tudom, és akkor nem tud. De hogy új ittunk, akkor nem mondjuk el tőled. De nincs ilyen, mert nálam tényleg az van a saját osztályomnál, hogy bármi történik, és egy, egy jó példát tudok mondani. Csak aztán az el hogy mennyire ez egy büdzsé, vagy nem büdzsé. Minden évben voltunk eddig Zánkán, mert néha szoktunk menni. Elvittem a szájba ba őket egyszer ugrálni, elmentünk uh, lézertegezni, tudjátok, az hmm. a ilyen, majdnem ja, egyszer, ja, ja. de nem az, ilyen bunkerben, nem tudom. Uh, tehát ezek nem büdzséfüggőek, egyszer megkérdezed az osztályt, a, a szülőket, hogy ennyibe kerül, tudják-e vállalni. Én szerintem ez ennyi múlik. Uh, voltunk, ami Lengyelországban is, de az nem osztály, az iskolai szintű volt és év 9 be én mondtam rögtön, én a Januszban jártam Pés a Janusz Porniusz gimnáziumba, és ott mi francia, francia tagozatra jártam, és ott rengeteget mentünk, kétszer is voltunk így hosszabbra ilyen Franciaországba, egyszer Anglia, uh -huh. Hollandia, Belgium, nem tudom, tehát ilyen volt, egy két hetes is ebben volt, egy ilyen is. És nekem ez akkora élmény volt, hogy én rögtön, amikor osztályfőnök lettem, én azt mondtam, hogy ezt az élményt én azt akarom, hogy az én diákém is megtapasztalják. Ez az első alkalom, amikor szülői volt, elmondtam a szülőknek ezt, és még nem volt cél, hogy hova mennénk, csak hogy mit gondolnak erről, szedjünk erre pénzt, stb. És akkor megállapodtunk egy havi 3000 forintba, hogy az télen-nyáron mindig tök mint egy szünet van, iskola van, a szedjük uh -huh. három vagy négy éven keresztül, és erről össze fog jönni egy nagyobb összeg, ez egyébként ez 108 ezer forint lett, erre hét létrehoztunk egy sulis, ilyen OTP-nél van ilyen osztályszámla, lehet ilyet létrehozni, egy, egyik szülő kezeli, és akkor vele én kontaktolok, ugye, ő egyébként nagy, nagy, innen is puszilom, de tényleg, olyan Excel csinál, meg vezet, hogy a hónapok minden ott van, rákattintok, látom, hogy ez szépen mennyi a befizetés. Mondtam, hogy én annyiba, annyiba, tudok segíteni, hogyha valakit basztatni kell, mert nem utal, akkor én, leszek a rosszsarú, basztatom. <laughs> Ezt, a részét vállalom. És akkor így szedtük három, három, több mint három évig, és most szeptemberben elmentünk egy öt a hat napra Szlovéniába, Jubjanába, meg, át, meg átmentünk Trieste-be, Olaszországba is, meg a Bleditónál is voltunk, szóval uh -huh. egy összeraktam egy ilyen kis kirándulást. jött az nagyon a, az egy nagyon szép hely. Nagyon, Bloody nagyon. És nem, nem vittem magam a más tanárt, ez nagyon ez nekem nagyon kardinális volt, hogy nem akarok vinni. Én megyek, az az Adrian, feleségem, meg végül is jött egy másik tanár, aki most egyébként pont elfogyni a súlyból, de hogy ő meg vele ilyen jó kapcsolatban vannak, meg amúgy nem uh -huh. is tanít, tanítja őket, meg az ő feleségét jött szóval is négyen mentünk felnőttek, de amúgy nem mentünk volna négyen, csak közben iratkoztak ki az osztályból, és le volt már foglalva egy éve a szállás, föl kellett Jó, tölteni. Aha. És arra akartam példát mondani, hogy, hogy a mindent, a, mindent elmernek mondani nekem, hogy két apartman foglaltam. Egy, és úgy raktam össze, hogy egyik legyen az ilyen csendesebb, ahol mi is vagyunk, meg legyen egy ilyen bulizósabb, így jobban kiélhetik magukat. Egymás mellett volt a kettő úgy, de azért néha átmentem nyilván megnéztem, mi helyzet. Egyébként ha, ha olyan tiszta volt az az apartman, amikor elmentünk, a bulizós úgy kitakarították, és úgy főztek, uh -huh. úgy főztek magukra, volt, hogy átívták feleségemet, hogy segítsen fűszerezni húst, hallott? Kisítették. Ezt miért, de Adri az teljesen el volt hogy milyen jó gyerekek ezek, meg nem tudom. És, át, és átment a és mondta a srác, hogy hát, hát ezért, hogy, ne, hogy el akarja mondani, hogy ne legyen gáz, hogy szórakoztak, és így zárva volt az ajtó, pont, és így valahogy nekilöktek a másik, és kiszakadt az el. Uh -huh. de, hogy, de hogy ő felhívta az apját, elmondta, hogy mit vegyen, és ő megragasztotta meg minden, és így megmutatta, hogy ez. de hogy a gáz akar nem tudom. És hogy, ja, ja. hogy amúgy nem volt tökre... Jó, megcsinálta, hallod, működött fullosan. Egy is olyan, hogy elhallgathatta volna, nem kellett volna elmondani -e nekem, de hogy mégis úgy érezte, hogy elmondja, mert tudja azt, hogy Úgyhogy lesz belegáz, én megértem, hogy mi történt, ha meg valami mégis van, akkor meg nyilván akkor ez Ja, meg tőlem neked nem az lesz az első, hogy akkor most izé fegyelmi, meg igazi ja, egy bőségű. Az az első, Szerintem. tényleg a legrosszabb hozzáállás. Nem, nem, én ezekben nem hiszek, és vagy, van az a szint, amikor kell, vagy nem tudom, de hogy ezt akartam is mondani, így van. Van, de alapvetően én. Érte, tehát ők értelmes gyerekek, sőt most már felnőttek valamennyire lassan, uh, meg lehet velük neked beszélni. Szóval, nem tudom, az alkoholra térve azt gondolom, hogyha tiltva van, uh, az lehet rosszabb, mint hogyha uh, ilyen korlátozott keretek között, de engedve van. És nekem volt ilyen zánka, erre akarok példát mondani, hogy ilyen hétvégére esett. Amire azért alapvetően azt gondolta, hogy a diákok inkább mennének ugye a időbe. De csak így volt időpont. Annyira szerettek volna menni, mondom, hogy elmegyek tudod velük. Egyedül voltam tanár az egész osztályomban. Hogy egy, semmi gond nem volt. Az ottani, akik főztek, meg gondok ilyenek, agyon dicsérték az osztályomat. Az előtte az egész úri ott volt több tanárral. Rengeteg problémáink volt, nem tudom, ilyen valaki szarra kent össze a fürdőt volt egy ilyen. Na, az egy jó Nem derül ki ki az, nem derül ki ki volt az nyilván senki. de, tehát, de ki az, egész budi, a... az egész budi végig volt Ken nem voltam ott, nem láttam. Biztos ez ja, igazgató. Mi úgy mentünk, hogy fedésben mentünk, hogy nap még együtt voltunk pár osztályal, aztán egyedül. És mondom, uh -huh. azt képzeljétek el, hogy olyan fullosan, tökéletesen működött az egész, bármit, mindent megbeszéltünk, mikor, hol vagyunk, nem tudom, működött, hogy az utolsó nap, 11-kor este én már egy hangot nem hallottam, úgy kifáradtak az egész összes nap alatt, <laughs> kidőltek úgy, ahogy van, nem is ittak aznap, semmit, Uh, és, ez, és reggel fölkeltek ide, és jöttünk haza ugyanúgy. Tehát, Na, ez sem, semmi probléma nem volt, és a Szlovénia ugyanez, hogy, hogy én, én például nem akartam egy ilyen sablon kirándulást, mint általában a tanárok, hogy mondjuk, tudod, ez a, akkor ide most bemegyünk, és ezt most ez Ja, most múzeum most. Ez ezt most meg fogod ez hallgatni, ezt a két órás beszédet előre a történelmi izéről, nem tudom. Trieszben tartottam egy 5 percet ilyen gyorsan alatt, hogy mit lehet tudni róla a városom, mert nagyon érdekes amúgy, hogy mindig más országhoz tartozó. Kikötőváros ezért küzdöttek érte mindig tudott, hogy már azért stratégiai pont volt világháborúban is. Tehát ilyen fontos dolgokat elmondtam, de mindig úgy volt, hogy elmenjünk valahova, itt van a találkozópont, mit szeretnétek? Szeretnétek-e mondjuk velem jönni, ha valaki akar, akkor akar velem is, valaki külön, akkor bobozni akartak például a, a akkor elmentek bobozni, néha összetalálkoztunk, akkor sétáltunk, uh -huh. És teljesen jól működött az, hogy mindenki akkor egy külön csoportokba ment, a trieste ugyanígy, elmentünk együtt mondjuk a partra, fürödtünk közösen egy, aki szeretett volna, aztán meg aki akart város nézett, aki akart pizzázott, fürdött, stb. Hogy mi, megbízok bennük, meg tudom azt, hogy együtt vannak, és szólnak-e bármi van, így tudunk külön menni, és akkor olyan is volt, hogy mondjuk velem jött három diák, vagy négy diák, vagy öt, többiek, meg külön. És ez tök jól működött, és mindenképp úgy akartam, hogy ne legyen ez a betáblázott. azt érezzék, uh -huh. hogy iskolában, hogy ide megyünk, ide megyünk, ide megyünk, ebbe a percbe ez van, ebbe a percben ez van. Ezért összeraktam úgy, hogy csináltam két ilyen élménydús napot, egy Triestet, meg egy Bleditót. Lett volna még egy Ubjana város nézés de akkor az eső már. És az összes többi nap az olyan volt, hogy, hogy, hogy uh, volt benne szabad program, hogy akkor mondjuk a mai nap az a tiétek, amit szeretnétek. De volt, hogy uh -huh. leültem velük kártyázni például, vagy nem tudom, átmentem, és akkor... Uh, mondjuk mit tudom, YouTube videókat néztünk, és közben beszélgettünk. Volt az egyik apartmanban volt egy ilyen baszott nagy tévé, és ott ez a YouTube videókat nézegettek. <laughs> <laughs> Ezek is jók, egyébként ez nagyon hozzátesz. Én biztos vagyok az egész ilyen ö, egészséges tanárdiák kapcsolathoz. Mert emlékszem, hogy nekem milyen tanáraim voltak, emlékszem, hogy melyikeket gyűlölte, mint a szar. Már nem emberileg, hanem így szakmailag, vagy nem tudom, hát... hogy hogy mondjam. Hát, de... voltak olyanok is nálam, akiket emberileg lehetett sajnos a, de, a, de, a, de, igen, majd még, majd erre is át tudunk térni. De szerintem. hogy egy, egyébként nekem Jó. ugyanilyen élményem volt, de hát az már ugye főiskola, tehát ott az már nincs is úgymond osztály, mert igazából mm. vannak emberek, akik ugyanazt tanulják, mint te. De mi az eljártunk erre arra többen közösen, megint, És akkor volt itt tanárunk, Bálint, aki mondta, hogy ő minden évben megy Erdélybe háromszor, négy, szó, hogy akarunk, menjünk vele, meg mit tudom én, és akkor... De mondta, Elmegyünk, mit tudom én, bánja fasz. Befizettük, mit tudom én, ő intézte a szállást, meg mindent, ah. és akkor tök sok mindent megnéztünk. És, és ő, jó dolog, amik... hát ugye ott már, hogy a felnőttként az, az ember úgy máshogy viselkedik, hogy mit tudom én, de ott is ez volt, nem ez a betáblázottság, hogy ide megyünk ekkor oda. Mm. És utána meg, a, amikor már mi voltunk másodévesek, mert ugye ez egy ilyen két éves ilyen képzés volt, akkor mondta, hogy szeretnénk így páran, hogy ötünkre ráírt, akkor önköltségre, úgyhogy a szállásba segít, hogy akkor mehetünk Aha. velük, mert ők egy ilyen kurva nagy busszal mentek, mi meg mentünk egy Ja, hát én nem a 2003-as, 1-3-as izé LPG gáz, Suzuki swift Hadd menjen neki erdélyi hegyén. És akkor hát ott azért voltak események, ilyen kis... De hát mi? most ott nem utasítod vissza pálinkát, Na, maradjunk annyi. Hát ennyi. O ott már, az már. Hát egy fél erre van. csak, hogy, 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 a, amúgy a, a tiltás helyett egyébként ő, szerintem az lenne hasznosabb a minden iskolában, és van, ahol vannak, tudom. De hogy inkább ez a felidnek a figyelmet a, a ilyen prevencióval ezekre a dolgokra uh -huh. egy kicsit inkább, és inkább beszélgetnének ezekről, és uh, így is lesz olyan, aki rácsúszik dolgokra, meg stb., de hogy azt gondolom, hogy hogyha beszélget, van róla, és tisztában vannak a következményeivel, meg hogy mi hogy van, még ha rá is csúsznak, könnyebben le tudják tenni, vagy, vagy elutasítani, hogy mégse. De hozzánk hoztak heroin beszámolni. Igen? azt az én mondom Aha. egyébként, hogy nem, nem akarom azt mondani, hogy egész országban nincsen, mert van ilyen. Uh, és, és nálunk is volt már ilyen, csak rendszer szinten egyébként akár egy órába ami van valamikor a valamelyik évben, kilencedikben mondjuk akár, vagy már hogy be lehetne építeni, hogy ez a tananyagban legyen egyébként. Ja. Ez, mert Igen. az a szóval, hogy így az iskola felelősség is, és és nem azt mondom, hogy gáz, hogy az iskola elmulasztja, hanem annyi szarság van egyébként egy vezetőségnek, egy iskolánál általában a meló, meg a, a tanároknak is, hogy elfelejtődik. Nem azért, Persze, mert nem, nem akarod, mert nem azért, nem. mert nem fontos, hanem egyszerűen, mert nem nem fér már valahogy sehova bele időbe, így is annyi óra elmarad ilyen programok miatt. Uh -huh. Néha az SC kér valamit, néha a város kér valamit, hogy legyünk ott, és akkor ez nap ja. gólyatábor van, vagy gólyavató, vagy mi az éskor, így marad el óra, úgy marad el óra, aztán ott vagy, hogy azért szakmába vizsgázni kéne, és elmarad egy csomó óra. Szóval nehéz úgy ezt összeegyeztetni, de de ha ez be, lehetne, be lenne építve, ha már úgyis van ez a új nemzeti alaptantervünk, hogy ilyeneket tök jó lenne beépíteni, mert, mert egyébként sokszor nem tudják ezeknek a hatásait nem, és Öm, amúgy a... Meg a felelős, meg a felelős fogyasztását sem ja. feltétlenül. ezt akartam mondani, a, hogy a prevenció attól, az hogy hiszol... sokszor abban... bocsánat, prevenció hogy... az sokszor abba merül ki, hogy elmondják, hogy a drog rossz, meg hogy itt vannak ezek no, a függő okay. emberek, megmutatják azokat az embereket, akik a leglecsúszottabbak, és igen. Ne nem mondják el azt, hogy amúgy mondjuk az alkoholt, azt lehet mértékkel is, igen. Meg, hogy, meg hogy mondjuk, valaki fűzik, az nem, 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 egyből az izére fog kerülni, nem nem, 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 a tűvel a kezébe, a másnap a, a izébe hogy heroinista lesz belőle, tehát azért az nem, nem egy ilyen 24 órás folyamat. Nem, nálunk ez, ez így volt, hogy tiz, 11 szerintem itt így. Mondták, hogy akkor osztály főnök órára akkor lesz egy izé, mert úgy voltak ilyen problémák így az osztályban, most nyilván nem ö, akarok nyilván senkit sem mondani, meg hogy mit használ, de nem az ilyen kapu drogokat nyomatta, vitt és akkor behoztak be az egy csávót, aki mit tudom, hogy hány próbál lejönni a herkáról, és ott ült előttünk ilyen kibaszott üveges tekintett, ez a mai napig előttem van, és így, mondja, hogy hát, hát, hát igen, hát én csináltam olyanokat, amikre rohadt mód vagyok büszke. Mert, azt mondta, mondta, hogy neki kellett hmm. akkor a cucc, és meg kellett olyanokat tenni, amit nem akar, csak kellett a szervezetének. És itt igen, ugye éreztük azért súlyát ennek, hogy hú, az meg. Igen, ja, is, í í í így, hogyha ilyen van, akkor az érzi a súlyát. Valamikor azonban. ez is, igen, nem, nem tudom egyébként, ez ö, szerintem osztályfüggő is, és talán az osztályfőnök tudja, hogy hol mire van Persze. szükség. Szóval, Azt sem lenne jó a sablon, most amit mondtam az előbb, hogy be kéne építeni, de, akkor, de az nem lenne jó a sablonként lenne beépítve, hogy mindenhol ugyanaz legyen, hanem szerintem a saját osztályfőnöke minden osztálynak tudja, hogy mi az a terület, vagy mi az, ami fele jó, hogyha ez kommunikálva van. Mert hát így euh, van. Mert a, a szex szempontjából sincsenek ezek rendesen felvilágosások megcsinálva, aztán ilyen volt. Nekünk 12-ben volt. Nekünk nem is volt. Szóval. 12-ben, hát az már elég késő. Nálunk figyelj ki. Hát ezen... mi... Figyelj, így néztünk, mi akkor voltunk ilyen 17-18 évesek, és akkor velünk De, szemben ugye. volt, tehát egy ilyen 26 éves arc, és akkor Egyébként nekem volt gimiben. Most beszélgethetünk uh, meg minden, csak hogy így... Neke, ne, ne, nekem, volt, nekem volt Gimibe, hogy a védőnő bejött, és az azért ez tök rendben volt, a miénk az pont jó volt, de én egy ilyen erősebb iskolába jártam, de például mondok egy olyan példát, hogy 16 éves lány, még 15-16 volt, most már 16, 9-es, és a 9 végén végére terhes lett, uh -huh. mert azóta meg is szülte talán. Ilyen volt nálunk is a faluba. Oké, okay, és ha 52-60 körül van a fasz, és összesázottak, tehát hogy... Nem, mm -hmm. nem is, de... is, tudok. Tehát, hogy van, azért, igen, az Igen, és igen, nem kecés. tudom, szóval ezek, ezeknek már általánosban úgy meg kéne szerintem történnie. Nem is már itt nálunk. Mert már már, hogy... ez már látna. késő. Nyolcadikban már ez már késő. Nyolcadikban simán lehetne ezt egyébként. Igen, de ez se ez olyan, hogy muszáj, hanem valamelyik iskola magáinak érzés csinálja, van, aki nem. Ja, persze. Meggondolom, ez is a lett függ. Hát kell még egy magyar bakker. Az izérre se lehetett bevinni, a Goyatáborba se lehetett bevinni óvszert, mert akkor tiltva van, mert ha betiltod az óvszert, akkor biztos nem fognak szexelni így akkor se, nem? Olyan tehát nincsen. Egy... Tehát nem is értem. Az a sztori, az a sztori nagyon meredek volt, Na, mi golyatáborunkban nem volt ilyen az nagyon jó golyatábor volt. nálunk trónok harc, a tematikás Golyatábor volt. Mm -hmm. ez ez is Na is ez akkor, a testvérek, testvérek, én, 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 én a Én ezt tartoztam. Na. Nem vágok semmit a Trónokharcával, de azt tudom, hogy testvérek is dugnak benne. Hát igen. Jó, hát Vannak azért ez család. nem történt meg izén a gulyatáborban, tehát nem, ez, nem ezért volt ez a tematika, ah, csak... Thank de, de, nagyon szépen el volt járva. Senkit vagy, nem dobtak ex. ki az ablakot. Nem, nem, ilyen sem volt egyébként, de jó volt. Na mindegy, ja, szerintem erről a témáról ennyit, vagy hát ha nektek eszetebb volt nyugodtan csak az alkor még ki akartam térni, mert szerintem azért... Ja, az fontos. Ja, ja, ja. Elektromos dolgok már elnyomják egyébként, és nem, ilyet nem kerül rá figyelem, de Ettől függetlenül szerintem azért, hogy akik az a snüszre nagyon rá súsznak ilyenek, azok kevésbé isznak, amúgy azt vettem, és hogy szóval annyira alkoholtam. Uh -huh. Nem, nem, tudom, nem, hogy... nem, nem, tudom, én nekem így a kettő. Ami nem a Eken... tudom, a az nem tudom, hogy mennyire. Tehát valószínűleg akkor nem ugyanazt adja, mint az LC. Ez inkább egy nikotin a... mérgezés lényegében. Igen, amúgy igen, lehetőleg nikotin Konkrétan mérgezés. Az nikotin kapni, mérgezés. nekem az volt az már nikotin mérgezés, semmilyen faszom töltött cigit, mert kurva sokat elszívtunk annó, és itt én is hánytam tőle. De, de, de a snüssz az konkrétan ugyanezt csinálja, csak, ne, csak kiszkippeled azt a részt, hogy el kell szívni egy doboz cigit hozzá. És, és veszélyes nagyon, mert, mert nagyon hamar be tudsz rosszulni tőle, és kegyetlenül rosszul tudsz. Hát lenni. meg uh -huh. azzal, nyugtatják magukat, hogy tudod, nem büdös, meg a kátrány nem izé. Hát uh, jó, oké. Okay. Hát ez egy dolog, persze. Csak érted, Igen, most, csak... hogy szájrákod lesz tőle, akkor... És lehet. És lehet, persze. Meg a nikotin mérgezés az nem egy olyan fasz a dolog azért. Hát ez biztos, hogy nem. Mit szoktál streamelni? Vagy, vagy, vagy hogy így arra mi rá? inkább. Még, még ez, ezt akkor vigyük bele, azt akkor ezt bevágom az elejére, és akkor utána a bullying témáról. Nem akarsz itt izé tapsolni, vagy valami? Hát a streamelés az hát érdekes dolog, mert a Covid, nem tudom, nem emlékszem, hogy Covid előtt is volt a fejemben, de egyszer így eszembe jutott, hogy, hogy hát amúgy lehetne. Már akkor már tanítottam. De Covid alatt nem kezdtem el érdekes módon, pedig a, Ugye? Ó, pedig akkor azt a lett... amúgy. Ugye, de akkor lett volna szerintem a leg... Igen, a Covid az igazából, figyelj, mikor indult be? 19-ben uh, világon, hát nálunk ilyen 20, igen, 20, 20 március környéke, már mert én 20 február végén én voltam az első áldozat ennek a szarnak itthon szerintem, de a kollégám <laughs> hazahozta <laughs> Olaszországból a rohadt velencei fesztivál, vagy karnevár, és egy oh. hét múlva úgy éreztem magam, mint akit agyon lőttek. Ó, oh, igen. Na, Csak hát akkor érez... még nem tudtuk, hogy Covid. -t én ezt úgy kezdtem, úgy kezdtem el, hogy pont a Covid vége fele, vagy a lecsengése fele már, tehát ahogyan a, a az évbe, de, de ilyen december, hát novemberre december ez, csak ilyen Facebookon, meg másik accounton mm. így próbálgattam csak, meg ilyen még laptop kamerával először, meg laptopnak a mikrofonjával, yeah. aztán egy füles mikrofon, aztán, Hát fú, a kötelező lépések, ez, ez minden streamelnek, ezek a lépések step megvannak. Ilyen, ilyen, nagyon gagyik voltak, meg mit tudom én, néztek pár, vagy akármi, és akkor így, mindegy és utána így ő, úgy voltam bele, hogy akkor egy kicsit, kicsit így beleruházok, meg akkor hogy kijött az új Xbox, akkor azt is megvettem, és akkor mondom, akkor már kéne capture card, először csak Xbox-ról próbáltam streamelni, de a Xbox-nál az a baj, hogy a kamera kép csúszik olyankor. Egyébként nagyon jó uh -huh. lenne, ha, ha nem lenne delay a kamerán, fullos lenne úgy. De, Igen, nem, de nem, van, nem, 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 tudtam. Én eddig úgy tudtam, hogy ezek a konzol streamingek nagyon szarok. Nagyon, nagyon jók. Jó. Nem, nem olyan rosszak, amúgy a, a Series x meg a PS5-ön már tök jók. Hogyha kép nélkül akar streamelni, akkor nagyon fullosan lehet amúgy. Tök jó minőségben, jó a netet, tök jó minőségben lehet. Nyilván kábelen, de ez alapból is, ugye? Jó, ja, persze. Van van -e néha, hogy egy diákom amit ott hogy, ezért, hogy hát neki nem darabos, is, akkor ezért mondom, wifi, az azt mondom, igen, mondom, akkor kábel léci. hát a Wi-Fi ugye nem stabil De hogy mi vit rá, kérdés lényegére térve, amúgy így nem tudnék egy konkrét dolgot mondani, csak így úgy érdekelt, meg néztem-e rengeteg streamet, VR-t néztem nagyon sokat, még régebben például. Ezzel őszintén meg sem tudnám mondani, hogy így milyen videósokat kezdtem el nézni, nem... Nem, nem, ez, ez olyan, ugyanolyan csapongó vagyok ilyen szempontból is, mint minden másban, amit mondtam, tehát hogy én zenében is zenébe is minden evő vagyok, de tényleg minden, minden, minden evő. Jó, azért a mu mulatosra hagyjatok a világban. Ó, pedig az. Lehet, jó a a szíri, a szíri, nem, nem, az a nem. Be szokták kérni, diákjaim volt, hogy bekérték. Azt következő nap a, klippel fogadtak, hogy itt nyomatom. volt ilyen. Amúgy diákok voltak az első nézők? Na ez is egy érdekes, mert én mint tanár azt gondoltam én is, hogy majd ez lesz. Uh, és, és annyira nem. Tehát, hogy nem is feltétlenül próbózta vagy a diákoknál Félix szándékosan, de volt megosztva ilyen új is meg ilyenek eleinte sokszor abul. Aztán mm. amúgy szólt valamelyik akkor igazgató, hogy ezt ne erőltessük annyira megosztását. De amúgy volt olyan, de amúgy volt olyan, hogy még tanár is belenézett, amúgy dúmozta éppen, mert Aztán mondta, hogy nagyon jó volt, kevesebb káromkodást. <hállt> 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 akkor is zenésztársaimmal dúmoztunk, amúgy végigvittük az elejét, hogy hárman. Ugye együtt, és az az volt, aztán abban abba azért, amikor így azért jön egy jumpscare random oldalról, akkor azért meg lehet, hogy ő szeret fosni. Persze. Ja, Ö, nem szeretek, már károm. Mindegy, a lényeg, hogy elkezdtem így beráldozni kicsit, hogy akkor próbáljuk egy normálisabb mikrofonnal, normálisabb kamerával, meg aztán hogy később is nyilván így fejleszgettem, mert úgy voltam vele, hogy ha már csinálom, mindennel így vagyok nyilván, uh -huh. hogy ha már vagy nem csinálom, vagy akkor már legalább egy olyan minőségben, amit én is elvárnék. Szóval ne, nem azt mondtam, hogy jó, akkor megveszem a, a legdrágább, nem tudom, sm 57 b t vagy nem tudom, érted? Vagy valami. Yeah, yeah. Ne, nem, nem feltétlenül rögtön a legdrágább dolgokat veszem meg, de a, de a középkategóriának a mit tudom én, közepét tették. Nem tudom, olyan azért, hogy normális, de elfogadható áron van, ha mégis meggondolom magam, akkor el tudom adni mit tudom, kicsi ja, Persze, csomat. mondtad, elgátó egy... hogy azt is valószínűleg hamar megvennék most. Igen, elgátó fészkem, akkor nekem a ilyen portéből is, ö... tehát nem, nekem nem beépített. Az avermédiát szerintem utoljára 2014-ben hallottam a Hörbi ja. szájából amúgy. Valami ilyesmi A lényeg, hogy nem volt így meg, és egyébként nem is feltétlen diákok néztek, egy-két ilyen, hogy haver, vagy ismerős, valójában egyébként, aki azóta is. Tehát, hogy nekem van egy nézőm, mondjuk őt nem ismertem, de szintén egyébként ilyen, ilyen rendszerüzemeltetőt végzett, meg azóta ebbe is dolgozik. Ő a legelégebbi számom, azt hiszem most volt 38 hónapnál talán, vagy nem is tudom. Az nice. De van, van úgy ilyen is, aki teljesen random talált meg, és mondjuk azóta is. És tök érdekes, mert azt gondolnád, vagy nem tudom, te mit gondolsz hogy alapból, míg volt, hogy há, kik nézek engem, de hogy azt gondolnád, hogy mondjuk tényleg, mert tanár, és akkor nem tudom, csak diákok néznek. Én is ezt hittem, hogy ez lesz amúgy, meg volt ilyen, volt ilyen szülő, aki ezt felrótta, hogy a nézettségér, nem tudom, volt egy ilyen a izéstori. Ú, ez valami nagyon ilyen bad hurt. Ú, vizet. ez vagy, na mindegy, igen, én nem akartam neki láttad, hogy káromkodtál valami, és meg... Nem, csak izé, hogy, 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 nálam, van ilyen, nálam van ilyen dolog, hogy, hogy egy csatornapontból lehetett beváltani ötöst. Micsoda. Most, uh, igen, igen, de nem hiszem, tényleg, tényleg, de szorgalmi online De vagy, de valaki is. néz, nem viccelek, bazeg, amúgy, figyelj, te tudod, miért láttam ki? ez nagyon mert jó. Egy csomó szó van valaki kétesre, de nem, nem élnek vissza vele, amúgy, tehát nem volt sok beváltás, ez arra van, ha valaki tényleg kétesre áll, és kell neki egy, egy szorgalmi, most menj, menj, most én őszintén kérdezem, és most lehet, hogy furcsa nem vagy, hogy a kollega hallgat, mennyivel különbözik ez attól, hogy adok neki egy házit, amit lehet, hogy nem is ő ír meg. Csak mondjuk ja, Ki kikontroll, ki cézi, elküld, és mondjuk adok rá egy ötöst. Mennyi, me mekkora különbség van a kettő között? Hát meg most, hogy ma van chat GPT, meg ilyenek a mondj, miért Befotózod telefonnal, és három másodpercet leírja neked a választom, amúgy. Szóval igazából a. nagyjából szóval tartunk az sajnos. Az de, igazság, de, de nem, nem különbözik. Itt a dolog lényege azon van, hogy ilyenkor, hogyha te akarsz hogy a adni, akkor tesz -e érte valamit, hogy hogy valamiért ad neki, mégse, mégse uh -huh. de Ja, nyilván, persze. Itt, itt tesz érte valamit, tesz érte valamit. De én felhozta nekem egy szülő, hogy hát, hogy hát azért ez, ez egy elég visszás, mert hogy a, a, nézettség, érzés, nem, akkor nem tudtam visszajönni neki, mert letiltott, de hogy... <gül> <gül> hogy de hogy, várjál, ez fontos kérdés, ez, ez, olyan diák, aki nálatok ezt volt? vagy olyan, olyan, olyan de már nincsen, igen. Ah. Uh, és uh, én én így vissza akartam neki, mert gondoltam, hogy válaszok vagy mégis neki, de nem válaszoltam, hogy amúgy nem tudom, hogy ezt vágod, de hogy az én nézőim 90%-ban amúgy felnőttek, és, és általában csodálatos apukák például. Uh -huh. Tehát az én nézőmnek a nagy része amúgy 30-40 közt van, szem kb. Vannak 20 pár évesek is, ja, de, ja. És, igen, és igen, vannak diákok is, akik néznek, de nem feltétlenül folyamatosan. Szóval például a videóimat azt, azt mondjuk, főleg olyan témákba teszek ki, azt széket a legtöbb megnézi. és so, uh -huh. meg sokszor megszoktam le, és még a nem, és nem, is tudom, hogy kik néznek, mert rengeteg ember, nálad is biztos mondni, soha nem ír be a csetre. Ja, és persze. És ja, ilyen sok van. Mindenki. Volt én, hogy, hogy, bementem uh, órára, valamelyik random osztályhoz, és akkor mondtak a streamből egy, egy jelenetet meg hogy nem tudom, meg hogy azért, hogy talán nem sokat aludt láttuk, mert nem streamet, mert nem tudom, és így, so. szoktam hogy én nem is gondoltam, hogy ő nézett valaha engem. Mm -hmm. Szóval vannak ilyenek is egyébként, de alapvetően nem diákok néznek, én örülnék neki, a több diák nézze, meg ő, meg amúgy ez sajnálom is, hogy néha elmegy, hogy nem, most nem volt megint diákos játszás ideje. Tavaly mm -hmm. megcsináltam azt, hogy bevezettem, hogy minden csütörtök van, és hogy jó ideig nyomtuk. Csak volt olyan, hogy utolsó például visszamondták, és akkor szarul jött ki, mert nem tudom, és akkor úgy elengedtem. Ja. De úgy rengeteg volt ilyen, hogy fifáztam egy diákon Majkóba, cségóztunk, Fortnite-oztunk, Sea of thieves nem tudom még mit toltunk, fönn vannak a uh -huh. Tornán minden úgy. Valamelyik de de nem, nem rú, nyiszt nyiszt csinálod, tehát most nem azt látod, hogy full a gyerekeket akarod megfogni ezzel, tehát ezért is invalid az, amit mondott ez a szülő. Erre soha nem is akartam egyébként rámenni, nem is akarok, tehát hogyha valaki szeretne nézni, meg el szoktam mondani, hogy, 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 hogy streamelek, hogy tudjanak róla, meg ilyenek, mikor ilyen bemutatkozás van az elején, meg, 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 meg nem tudom, szívesen játszok úgy úgy bármikkel van kedvük, vagy akármi, de, de nem, nem akarom, hogy ez így tűnjön le, mert egyébként nem is így van, meg, meg érted, én nem ebből élek alapból, meg ha jön belőle valami, akkor azt is bele fog, szoktam forgatni, vagy úgymond előre megvettem eszközöket, amiben beleforog utólag, Uh -huh. Tehát, hogy igazából ez egy tök, tök dolog, mert én is úgy gondoltam, hogy jó tanár vagyok, és akkor is, és nem. Amúgy tökre 20 pluszosak néznek, és még szokták mondani, jókat mosolok rajta, meg jól lesik, hogy, hogy, bárcsak ilyen tanáruk lett volna. Ja, amúgy én is ugyanezt. Ez sokat hozzátesz. Tényleg rengeteget hozzátesz. Meg hát, hát ja, a, a tanár-diák kapcsolat ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, és ezt nagyon sok tanár elfelejti. Uh -huh. Hát, mert nagyon fontos, hogy nem az a diák tanár kapcsolat. Úgy, nem úgy tanár diák kapcsolat, ugye? Már, már mondtad, hogy bicske, ugye bár. Hagyjatok, hagyjatok, ezzel, olyan rossz, hogy és itt, itt, vettünk házat, és örökre rám ez az egész történet. A, zené, a, zenésztársaim azóta ezzel basztatnak. Ugye, tudod, van, van, a KM-re, lettem a KGM-ben, azt hagyjatok békén. Te, jelen nem vagy az online térbe is, meg jelen nem vagy az iskolába is, igazából te vagy az, aki a legjobban látja ezt, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogy mennyire van jelen ez, hogy szekálják egymást, vagy bulingolják egymást, cyberbulingolják egymást, mennyire megy ez át esetleg az online térbe is, hogyha láttál már erre példát, vagy bármi ilyesmi. Személyes tapasztalatom az osztályomon belül annyira nincsen. Volt rá ilyen, ilyen kis precedens, vagy még amikor már akik elmentek az osztályból, volt, aki mondjuk, mondjuk esetleg olyan Hajlamú volt jobban, de hogy ugye nektek nagyon az osztályban nem volt. Vagy ha volt, akkor azt így igyekeztem, most, mivel valószínűleg meg fogják hallgatni, nem akarok neveket vonni, semmi. Na, persze, de nem, hogy, nem de, hogy, de hogy volt olyan, hogy egy picit esetleg úgy éreztem, hogy lehetne, és akkor beszélgettem velük uh -huh. erről az egész témáról. Egy, egy egész osztályfőnök itt szenteltem neki, hogy ilyen személyesre vettem, és elmondtam az én történetemet ezzel kapcsolatban. Mert én ugye mondtam, hogy én, vagy valamennyire említettem korábban talán, hogy én Szigetvára ron születtem, és hogy oda, oda is jártam ugye általánosba. Viszont én hatodik után onnan eljöttem, és ez ő, hát első négy osztályban még nem volt gáz, amúgy. Néha így azt azzal, hogy tudod, a mamám tanár, és akkor biztos, uh -huh. hogy kivételeznek velem. Hmm. Meg nem Ilyen tudom, nálunk olyan. is volt, volt is srácoknak az anyukája tanár volt őszinte leszek, úgy kivételeztek velem, hogy kb. elsőnek feleltettek, mert azt gondolták, hogy... Ja, meg szigorúbb is volt. Igen, meg, meg, ha valamit én csináltam, azt rögtön tudták már előbb, mint hogy hazaérjek. <tosz> <tosz> hogy hallod, ha bármi volt, bármi, azt már, már a tanáriból megtudta mamám, tudod, még az elején a uh -huh. Szóval érted, hogy nem, nem, voltam egy olyan, nem tudom, gázgyerek, vagy nem tudom, tudod, nem tudom, hangos vagyok alapból, hangosan beszélek, az még gyerekként még hatványozottabb volt, még ilyen harsányabb vagyok, tehát hogy de ez alapból, tehát hogy nem azért, mert nem tudom, feltűnési van, csak, csak hogy ilyen. És az gyerekként volt, hogy ez, ebbe, ez így szóba köti, ez gáz, vagy nem tudom, felnőttektől is, hogy legyek már halkabb, vagy nem tudom, majd beleélem magam, akkor nagyon, nagyon el uh -huh. tudok kezdeni így harsányabb lenni, tudod? Nem azért, mert izé, csak beleélem magam. Jaj, ja, ja, És ne esőni nem nagyon voltak ilyen gázos dolgok, de ezeket kaptam inkább meg, hogy meg, meg hogy gáz volt, hogy ilyen volt, hogy jelentkeztem elsőnek felelni, mert mondjuk tudod, megtanultam a verset, és túl akartam lenni rajta, hogy aztán ne elfelejtsem, hogy vagy ilyenek. Most egy példa csak. Hmm. Vagy meg, hogy én mondjuk jó tanuló voltam, és az mondjuk hogy a fiúk körében nem volt ilyen diva. Vagy lányokat nem basztatták, miatt, tudod, de mondjuk a fiúkat igen. Hát akkor meg most stréber vagy... vagy meg a faszom. Ja, ja persze, jaj, jaj, jaj. de ugye úgy nem stréber voltam, vagy ilyenek, hogy én is például fociztam, fociztam, meg úsztam, meg nem tudom, csak dolgokat, meg játszottam, meg nem tudom csak hogy mondjuk meg, meg volt a tanulás idő is. Szóval volt olyan, hogy jöttek kihívni mondjuk játszás, és akkor ja, mondtam, hogy hát bocs, én tanulok, mert majd, majd később, nem tudom, másik nap tudod. Uh -huh. Tehát úgy meg, ez úgy volt valami szigorúság, de én egyébként itt szeretném megköszönni, meg, hogy a szüleim, itt szeretném megköszönni nekik, hogy ilyenek voltak. Eskü, szóval én, én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy, hogy, szigorúbbak voltak velem, mert én például nem tudom, hogyha nem lettek volna azok, akkor mi lesz? Tehát, hogy lehet, hogy soha nem mentem volna egyetemre, lehet, hogy, hogy hogy nem tudom, bármi, akármi. Tehát hogy én, én nagyon köszönöm nekik, hogy ilyenek voltak, mert szerintem kell egy bizonyos ö, keret, amit feszegethet a gyerek, csak, csak legalább legyen egy keret, amin belül mozog, és akkor a uh -huh. meg is szegény néha, vagy bármi, ö, nem, nem vertek meg, vagy soha, nem tudom, volt ilyen büntetés néha, tudod, hogy mit tudom, akkor most nincs gép, vagy nem tudom de hogy meg lehetett... a farra. De nem, de, azért. meg lehetett, de a fotáról meg lehetett amúgy dumálni, hogy jó, akkor okay, értem, hogy mi a gond, akkor legközelebb nem lesz ilyen, vagy nem tudom, vagy nem tudom, mi állam a jegyekre is volt figyelve. Én pedig engem úgy ösztönöztek, hogy én kaptam pénzt a jegyekért, Aha. Meg volt egy, mit tudom, az ötös, kétszáz, es 100, vagy nem is tudom, ami volt. És halad, és akkor ilyen, de ilyen nagyon nagy mennyiségű pénzt lehetett össze egy évben amúgy. Hát ott motivált, hogy akkor felelek először, akkor ötös, akkor szorgalmi, akkor nem tudom. És, Ö, vagy nem is először azt hiszem az volt, hogy csak az ötös év volt, és akkor gimibe volt, azt hiszem már négyes év volt száz. Először ötös év volt kétszer, az a négyes ér semmi, és akkor hármas év vissza száz, kettes év vissza kétszáz. Ja, szóval, hogy Jaj, vissza is kellett az Aha, Aha, az egy, egyes mm. meg nem volt opció, szóval. A... Mm. A, 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 na, tehát én gimibe kaptam azt, sem ezt egyes. Nem ugye a szülőnek kell felmérni igazából, hogy a diáknak Persze. mik a képességei, mert amúgy valakinek meg egyszerűen nem való az egyetem. Igen. E, igen, egyébként ez nagyon engem elvitte kék el miatt, hogy ő hogy anya azt mondta, hogy akarja látni azt, hogy ez szabad vagy nem. Tehát hogy terhelhet, vagy nem terhelhet. Uh -huh. És hogy hát uh -huh. az jött ki, hogy igen, lehet, és hogy akkor úgy mentem hatosztályosra, például én, hogy először ezt, meg, ezt megnéztük, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy ne, nem akarta azt, hogy olyan rossz döntést hozzunk esetleg, vagy hozzon ő is, ami utána mondjuk megbánnak én, vagy megbánja ő, vagy nem tudom. És mondom a negyedikig ez nem volt annyira gáz, és ötödik, hatodikban durultál jobban már, hogy így mit tudom én, kimentem mondjuk nem tudom, amikor hó volt, és akkor mondjuk így, nem tudom, öten-hatan akartak volna rám jönni, tudod, meg ilyenek, akkor meg ilyen extrásabb dolgok, egyszer lekevertem az egyik osztálytársamnak egyet, akkor meglepődött, de hogy inkább ilyen nem fizikai dolgok voltak, tudod, hanem ilyen lelkis, inkább, hogy így, mm. ilyen kicsit ilyen kiközösítős dolgok, Aha. és hogy ez, én nem utólag azt mondom, hogy nem voltak durva dolgok, de nagyon rosszul éltem meg. Hát én, és nekem egy olyan osztályfőnököm volt felsőbb, aki azonnal, ahogy tanár lett, rögtön osztályt kapott. És erre nem volt felkészülve szegény. És ő, ő nem, nem, tudta ezt kezelni egyáltalán ezt a dolgot. Hogy az most mondjuk víz. Így... És az van, hogy én például volt, hogy így felszólaltam ezzel kapcsolatban, és az mindenki mást mondott. Uh -huh. De hogy mindenki mást mondott. És nem az igaz. És én kibaszott, és a mamám az utána, amikor találkozott velem, ő kint várt, és hallotta, hogy eljöttek mellette, és ő sértek, hogy jó, hogy az tudod, a tanárt, hogy nem is ez volt. És hogy Utána kijöttem sírva, és akkor tudtam már, miről van szó. Aha. Volt ilyen is, még 5. katodikban És akkor így miatt lett az eldöntve, hogy ez annyira nem működik, akkor, akkor próbáljuk meg ezt a, ezt a, hatosztályos dolgot. Akkor egy ilyen keményebb iskolába, ahol mondjuk csak olyanokat vesznek fel, akik kitűnők vagy jelesek, és akkor hát, ha nem lesz ez a... Ember, például ebből adódó, hogy én mondjuk ötös vagyok mindenből a dolog. Uh -huh. És amúgy ez bejött, tehát, hogy tényleg tényleg nagyon-nagyon jó osztályom volt, imádtam oda, egy nagyon jó osztályfőnököm volt, Isten nyugasztalja, pont nemrég pár éve halt meg. És iszonyatosan szerettem oda járni, nagyon kemény voltam amúgy a de nagyon jó volt, és jó döntés volt elmenni a osztályosba. De nem tudom, hogyha maradtam volna, akkor mi lett hát volna, elmentem amúgy a ballagásukra, úgy voltam vele, hogy bennem nincs harag, vagy ilyenek, tudod, meg hmm. amúgy nem érdekel már ez a dolog. Viszont azt tudom, hogy nekem akkor szarul esett és uh -huh. nem, maradt nem marad bennem mélysebb, hogy én nem vagyok ilyen, hál' Istennek, egy depresszióra hajlamos, szerintem aki az, a, annak ez rosszabbul tudná esni. De esett annyira rosszul azért, hogy megjegyezzem, hogy ez nem jó dolog. És amikor az én osztályommal ide került a sor, hogy lehet, hogy van ilyen, mert van mondjuk minden, több osztályban is van autista gyerek általában, én egy-egy, tudod. És egyébként van, hogy nem is tudják a társai, hogy az is tudod, hogy esetleg a fúcs mert kicsit kikezdik, vagy valami. És én már meg akartam ezt előzni, és úgy voltam vele, hogy beszéljünk erről, tudod. És egyébként az, az volt a nagyon fura, én azt hittem, hogy elpoénkodják, tudod, meg, meg, nem annyira fog érdekelni őket, majd el elsüketelek a levegőnek. Olyan sílicsen volt, hogy megijedtem a saját hangomtól. Na. <laughs> annyira, annyira végighallgattak, és, 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 és jó fejek voltak. Most is e, megkönnyezem, akkor is ez történt, hogy annyira jó esett, hogy, hogy úgy éreztem, hogy van miért elmondanom tudod a saját történetemet, hogy, ja, hogy ja. érezzék azt, hogy nekem ez jó, rosszul esett, és mondom, hogy ez tud durvább is lenni, és hogy ne menjünk el abba az irányba, mert abba gondoljanak bele, hogy, ha ők a helyükben lennének, akkor ők, nekik jó lenne ez. És föltettem ezt a kérdést, és ugye nem válaszolt mindenki, tudod. Persze. És hogy ez, ez, szerintem jó egyébként, hogyha ez, és ez sok osztályban is tudod, ez így elmondva, vagy mondjuk nagyobb osztály, vannak olyan iskolák, ahol 30-40 fős vannak, ott ez szerintem... Tehát én hozzáteszem, hogy én nekem csak fiú osztályom van. Uh -huh. Szerintem nálam ezért is kevésbé... Tehát most nem, akarok, nem, akarom bántani a lányokat, de a lányok egymással nagyon szemetek tudnak lenni. Ezt pont, ez pont, beszélgettem erről valamelyik Nagyon. Uh, nagyon. Munkahelyen, így följött ez a téma, és, és, ott is ezt mondtam, mondom, hogy akár megsértek ez bárkit, akár nem, de olyan szinten ö, tudnak egyébként évként így egymásnak kígyók lenni, ez egy Igen, borzalom. De ezt el is ismerik, tehát amikor a feleségem egyszer szóval akkor mondta hogy, mondta, hogy, a lányok nagy, a legnagyobb kecik egymással. Tehát, hogy tényleg, hogy a legnagyobb szemetek. Tehát, hogy hogy lány lányal, hogy úgy átvegye az egyik a másikat, meg, meg a kiközösítés, mm. meg ilyenek. hogy... Barátnám nem is, is lány járt, és ő is mesélte, hogy tényleg nagyon szörnyen igen. bánnak egymással. Igen, igen, ez, ez nagyon szörnyű, úgyis, és ilyen szempontból én örülök, hogy egy infos osztályban most egy lány volt az osztályban előbb ideig, úgyis, és hogy nálam ez így miatt nem volt. És a fiúk is tudod hogy marakodnom én, csak hogy ott más, szerintem. Persze. Szóval, és ha, ha bele kell kicsi szólni, akkor beleszólok tudod, De amíg úgy látom, hogy ez egy ilyen haveri poénkodás alapján van, és mondjuk beszólnak, mit tudom, és ez, mit tudom, lecigányozik a másikat, meg tudod. Uh -huh. De nem, nem feltétlen, mert az csak, mert nem tudom. Uh, uh -huh. van, van, olyan tanár, aki ilyenkor amúgy fél órás hegyi beszédet tart, hogy ezt így mennyire ja, Miért nem oh, lehet? Igen, igen. Én azért nem, mert meg tudom különböztetni azt, amikor ez egy gáz szituáció, meg amikor nem. Igen, a De szándék, hogy, meg a maga a hangsúly, meg hogy hogy, meg mikor mond, Nagyon az nem Elég... Egy... Igen. Mm. Persze. Nagyon nem mind, csak mikor mondod, mire mondod. Ö, én is izé, van, az, hogy nekem hogy a streambe is néha ott káromkodok, hogy megesik, hogy néha mit tudom én, mondjuk órán is ott becsúszik egy-egy olyan szó, vagy nem tudom. Jaj, de, jaj. Hogy a, de, hogy a, én tanítok, értik, hogy értik a helyét annak. Vagy volt van néha, poly, szoktak poénkodni, de tanár úgy, tudod, nem beszélünk így. De hogy, de, hogy, de, de hogy, tudod, én sem hiszé, tehát, hogy én is oda szoktam szólni, hogyha valaki nagyon úgy beszél, hogy óvatosabban tudod, vagy nem tudom. De hogy csak így, ilyen jelzés szinten. De hogy nem szoktam hegyi beszédeket tartani, úr, egyrészt azért, mert ez a, a, hogy mondják ezt, nem a popvizet prédikáról hogy szeretek mondani, gödörből luk, vagy nem tudom. Hát, szóval, hogy szoktak. igen, vizet Igen, tudom, tehát hogyha, a... én, hogyha yeah. én is, nekem is becsúszik néha, akkor én sem gondolom, hogy elvárhatom azt, hogy ugyanéz ne legyen esetleg náluk is. Viszont hogy ha még határon belül mozog, és mondjuk tényleg megvan a helye, hogy néha megesik, addig szerintem nem probléma annyira ez. Azt gondolom egyébként. De de, de mondom, a, a fiúknál szerintem is figyelni kell azért, de szerintem a lányok, én azt látom, hogy a lányoknál durvább, vagy hogyha fiú-lány-lány lány, fiúval ilyen is azért megesik. Mm. A, a fiú-fiúval az talán attól függ, milyen az osztályközösség. Igen, mm. de amúgy ez, ez nagyon emberfüggő, és mert nagyon, tehát azért vannak olyan fiúk, akik nagyon agresszívak tudnak lenni, meg ja, meg ja, ja. gonoszok. Vannak durva esetek, Nálunk volt olyan például egyik osztályban, azt hiszem, hogy van egy srác, aki ilyen pénz kéregetett lányoktól, meg nem tudom, hogy fenyegette őket, meg nem tudom, már ilyen, jézus, ilyen volt. Jézus Igen, jézus. igen, volt, nem jó ez, 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 nem én vagyok osztály, nem tudom, hogy csak hallottam. V vannak, vannak ilyen dolgok, meg két lány megtépte egymást, olyan is volt egyszer itt az aula. Ja, olyan nálunk is volt. Az, ez, az, ilyen jó sztorikról levaradok, meg de én utólag tudom meg egy hétten később, mondtam, hogy nem járok a tanár. Hát nekünk a suli mellett van egy ilyen, most a mellett van egy hatalmas egy liget, és igazából az volt, hogy minden évben biztos, hogy volt egyszer egy, amikor, hogy ú, mennek a liget be, ezek meg azok, és akkor olyan volt az, hogy érted, hogy így mindenki így, kiment szinte az iskolából, hogy mit tudom én, és ah. akkor megörültünk, hogy ezek a büfébe végre nincsen sor, és akkor nézzük az ablakon, hogy fut mindenki vissza befele. Azt mondom, mi a szar, azt annyit látunk, hogy két tanár rohant utánuk. Aha. És de, a végén már ilyenek voltak, hogy ú, valaki úgy szaladt, hogy neki szaladt egy kamionnak, vagy mit tudom, ilyenek voltak. miről beszéltek a gyerekek? Kicsit kiszínezték, tudod. Ja, úgyhogy nálunk, ez így a ligetbe lett Nagyon nem tudnak fajulni amúgy ezek a dolgok. Az a baj, hogy helyén is kell kezelni őket, azt gondolom, vagy én a közöttek nem láttam ilyen durvábbat, a saját sztorim az egyetlen, de hály Istennek tetlegesség, ez nem annyira nagy, hát amit mondtam, tehát ugye meg akartak fürdetni, hogy te tudod meg és yeah. nem, 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 mertem így kimenni, tudod, hogy nem akartam ebbe így az Azért egy-egy az más lett volna, ötöt azért gáz. De hogy nem, de hogy nem fajult fizikailag általában ez ilyen, tehát hogy inkább ez maradt a verbális szinten, uh -huh. Nem azt mondom, hogy az jó. Szerintem, szerintem sokszor, nem sokszor mondja, a verbális az lehet, hogy rosszabb is tud lenni. Így, tudom. tud, erről, tud, tud, mert a lelkében arztom volna. Figyelj, nálunk általánosban láttam egy nagyon durvát, ott összevesztek valamint, igazából nem ismertem őket, de a büfé mellett volt egy ilyen raktárszerűség, aminek a, az ajtója egy ilyen nagy baszott nagy vas ajtó, de üvegek vannak a közepén. Tehát, hogyha az bebaszod, az betörik. Hogyha neki mész, uh -huh. az betörik. És izomból belebaszta a gyerek fejét az üvegbe. Jöttek a mentők, elvitték. Uh. Így, ilyen, ilyen dolgok történtek. Általános iskolában mondom, még volt olyan is, hogy eh, kis eh, kisgyerek beszólt eh, egy felsőbb osztályos gyereknek, és a második emeletről, a bokájnál fogva lelógatta a gyereket. Oh. És én ezt láttam a saját szőmmel. És én mondom, mi a gec? Mit mit csináltok? Tehát is, hát le fog esni, tudod, hogy valami. Jézusom. Na, itt már azért is már ordibálás, hogyha kidül az ablakba valaki hogy ne meg kiesik. Hát, Igen, ember, hogyha szedik... korlátra rátettem a kezemet, már az is szóltak, de... Persze. Tehát ilyen, ilyen dolgok is történtek általános iskolába, és itt még nem volt képbe az internet, meg az interneten Fú, való nyom. nagyon toxikus dolgok, meg ez, ez is, ezeket is csak általánulják, és még toxikusabbak lesznek a gyerekek, és ez is kurva nagy, kurva rossz hatással van, és itt jön képbe az, amit középiskolába tapasztaltam, mert uh, engem is basszagadtak, de engem annyira nem érintett mert én tudtam nagyon jó, hogy uh, gyerekek még, Akár hozzám képest is, én mindig is úgy éreztem, hogy egy kicsit talán előttük vagyok fejlődésben, legalábbis az érzelmi intelligenciám az biztosan. Hát, és, tudtam, hogy, és, és tudtam, hogy és tudtam, hogy ők még gyerekek hozzám képest, csak azért baszogatnak, mert nincs bennük több. Igazából é, é, ennyi. Ja. Uh, Igen, de Ezzel de... az a baj, hogy valaki hajlamos arra, hogy magára veszi, akár az egész életét elronthatja egy ilyen. Igen, és, és erre, erre szeretnék áttérni. Volt egy évfolyam társam, uh, akivel barátok voltunk. Mindig mosolygott. Nagyon, nagyon jó tanuló is volt. Hm? Uh, egy egy, egy rossz szavam nem volt a srácra. Picit fura volt, de meg, meg tényleg, tényleg ez a nagyon mosolygós volt, és lehet, hogy emiatt baszogatták, de nem tudom, hogy mennyire baszogatták, viszont uh, azt tudom, hogy megölte magát nem rég. és ne. egy pár éve ő is vonat elé ugrott. Ketsz. És ne. amúgy nézőm is volt. Basszus. Ja, és, ja ilyen, ilyen, ilyen is volt, és uh, Hát, ja. Az mennyire tudod amúgy, hogy ez vele játszott szerepet, játszott-e benne, ez uh, a Hát, én nem hiszem, hogy ő bármikor magára vette, hogyha ilyen bullying volt. Tehát ő egy nagyon energikus srác volt. Uh, volt olyan, hogy mondjuk kimentünk cigizni, azt hiszem már vége felé is dohányzott, és mm. ott akkor mondani neki, hogy szavasszik a császik! Mert ő is ilyen uh -huh. volt, és így beszéltek vele, nem, nem, tudom, hogy picit narcisztikusan, de nem, nem tűnt föl soha úgy, hogy őt bántanák, vagy hogy, uh -huh. ő, vagy, hogy ő neki lenne valami életfájdalma, vagy valami. És amikor, tesó, amikor megláttam Facebookon az iskola oldalán a fekete fehér képet, bocsi, az, az nagyon durva volt. Uh, hát igen. Az kemény, az Másoknak szerintem olyan dolgokat, akit, akivel nem ilyen nagyon, tehát tényleg baráti viszonyban vagy mert aki, az más, amikor tudja ismeritek egymást, hogy miről szabad, és hogy viccelődni. Így, így van, így De ha van. valakivel nem vagy ilyen viszonyban, csak ismered, vagy valamennyire haverkodsz vele, hogy nem tudhatod, hogy ő, ő, milyen, milyen háttere van, milyen, mi történt eddig vele, lehet, hogy föltépsz egy mondattal egy olyan sebet, ami akár ilyet is okozhat, amit mondasz. És hogy én azt gondolom, hogy próbálj mindenki mással egyébként úgy beszélni, hogy te is elvárnál. mondani, hogy te is elvárnád, hogy hozzád álljanak, igen. Igen, tehát ami, ami, amire azt gondolod, hogy te, ha neked mondják, akkor az rendben van. Igen, tehát hogy azt akartam ebből kihozni. Hogy ez, ez szerintem nagyon fontos, mert már sokan, hogyha például vannak ilyen klikkesedések mondjuk osztályokban, és máshol, ez itt nem, nem fogok tudni most ide példát mondani, biztos volt ebbe a súlyban is ilyen, hogy klikkesednek, és mondjuk rászállnak el, tehát egy emberre mondjuk öten, hatan, heten, hogy az, az olyankor, aki bele száll ebbe a klipbe, és ezt csinálja, hogy gondolja egy picit tehát, hogy mondja a többiek, hogy ne. Tehát, hogy, hogy ne. Ja, hát az legnagyobb izé, ilyen ne, nem, hogy Nem, ez, ez, egy, e, e, igen, igen, tehát egyrészt gyávaság, másrészt meg akkor mindig az, ilyenkor gondolja valaki magába, hogy neked ez szarul esne, ha így lenne, biztos, hogy igen. Ja. És akkor ezért ne csináld. Mert lehet, hogy te vagy a következő. Honnan tudod, hogy nem? És ö, mi még azért olyan, úgy, vagy nem tudom, ti nyilván fiatalabbak vagytok nálam, de amikor mi végeztünk, még nem volt a okostelefonok, meg az internet, még nem ennyire volt mindenkinek a, a kezébe, fejébe, a karján, nem tudom, a minden. Mert most már az olyan órák, olyan órák vannak, hogy ilyet az SMS-t rajta, meg a üzeneteket, meg a minden. Ja, ja. Ö, hát nálunk tizedik már a mikrofon, de, minden van rajta, persze. De lesz. hát az izé, mikor volt tizedik, várjál. Nagyon gondolkodnom kell. Hát az 2010 3-4, valami ilyesmi. Szóval, én akkor yeah. voltam, 11-es. már imáz jobban benne voltak. én 12-ben végeztem, a, akkor érettségiztem. Uh -huh. De hogy volt internet, meg mit tudom én, persze. Csak, hogy nem, nem volt, tehát, hogy ma már azért az, hogy mondjuk csopor, ki, csinálok csoportokat és rajta, vagy üzengetnek a másiknak, akár ilyet, hogy dögölj meg, meg nem tudom, azért ezek. ezek ja, ezek, hát ezért, azok, igen. Ezek igen. sajnos a minden nap. Na... nap ezek másoknál is. Ezek mentek nálunk is. Igen, de. És ezek erre van is egyébként egy jó Black Mirror rész amikor hát eh, ott abban a Black Mirror részben konkrétan súlya van a szavaknak, ezt érdemes egyébként megnézni mindenkinek. Mm. Azt még nem láttam, hogy a Black Mirror-t már gondolkoztam rá, hogy sokszor, hogy nézem. Ne az el. első év, első részébe kezdj, és megköszönöd majd meg ki Akkor Tehát meg melyik, nem összefüggő, az kell? Ne összefüggő kell? Ne kell Nem összefüggő a sztori Nem összefüggő, az bármelyik hogy lényegtelen, melyik rész? Olyan, mint mindig egy új filmet nézne, Ilyen abszurdum. dologra épül. Csak ne az első évad elsővel kezdj. Az az izé, az, a disznós? Az a disznós. Ú, aztán néz <laughs> az, az, nem, az nem olyan jó. jó oké, Én először azért az... droppoltam a sorozatot, és ja, ez <laughs> csak egy ilyen lábjegyzet volt itt. Akkor a yeah, másodiktól kell kezdeni, jó, oké. Én tényleg mondom, ezt, ezt gondolom erről. Ö, van a felelőttetnek is ebben szerintem felelőssége, főleg tanári szinten szerintem. És nem, és nem nem, szabad úgy gondolni erre, hogy... Mert például diákként ugye, mondjuk azért nem akarsz szólni, mert hogy lehet, hogy rosszabb lesz, tudod? Ja, ja. De, nem, de, nem, te de, de felnőttként, fe, de diákként hadd gondolja nyugodtan ezt, mert ezt fogja gondolni. Vagy ne gondolja ez, de ez fogja. De akkor, de legyen felnőtt, aki közbe tud lépni, és ezt meg tudja időbe fékezni. Mert én például azt ért, én nekem egy iskolaváltás kellett ahhoz, hogy ki tudja, mi lett volna még két év. Érted? Uh -huh. de nem akartam megtudni, nem, nem, nem volt rá, nem volt az e kedvem, hogy hova ez ez az egész. Nem éreztem jól magam, hát. és én is ugyanolyan voltam, amit mondaszom, úgyhogy ilyen mindig. Mindig mosolygós vagy mindig. Nem tudom, és én nem akartam ezt, ezt ellenkezőre uh -huh. forgatni. Mm, mm, ja, hát persze. Meg meg a meg a médiában ugye... is volt egyszer egy ilyen sztori, hogy ott meg a tanár úszította, ugye a gyerekeket, hangfelvételek vannak róla, meg mit tudom, én minden, és és, és ott is az volt, hogy a bohálisnek úgy tudom, nem lett tetlegesség, vagy semmilyen és remélem, hogy nem de ott is a hangfelvétel rajta van, hogy izé, merj, ide be kell járkálni, meg izé, szétverem, meg itt ezt a tanár mondja, egy általános iskolás gyerek. Egy kislányra volt, amúgy igen, ezt, egy kislányra jól emlékszem. Úristen, nem ez nagyon jó, az ilyen, meg ne nevezzem magát tanárnak, amúgy az a véleményem erről. Hát igen, és akkor itt is ugye a szülő tette be a diktafont, vagy a telefont a táskába, ja, ja, ja. hogy akkor legyen erről hangfelvétel, mert ugye a kistány elmondta otthon, de a diákok nem ezt mondták, tanár az teljes mértékben mást mondott, és akkor végül igen. kiderült, hogy amúgy a tanár a diák ellen. De, amikor már amikor má, a tanár is ebben így, úristen, tehát ezt nem tudom képzelni, Az, az van, hogy nagyon komplexussal küzd, hát az nem tudom, hogy... A, 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 az, 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 az brutál. Ez nagyon szörnyű lehet egyébként ezt átélni, szóval... De mindegyszerűen azt így gondolom, így hogy itt felelőssége sem. van az iskolának is, meg a tanáratnak is ebbe, hogy erre odafigyeljenek. Ja. És amúgy ne nehéz, mert annyi dolgod van neked is közben, de mint osztályfőnök ezt észre, észre fogja venni mindenki, ha nem szarik bele. Én is mondom, amikor láttam, hogy ez egy kicsit megindul, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt próbálj megfékezni, ha lehet uh -huh. már. Mert... Mert meg tán... külön kell beszélni a diákokkal, tehát most látsz mondjuk a folyosón, hogy baszogatják egymást, mind a kettővel meg kell beszélni. Igen. Nem, Igen. az, hogy egyszer odaívod őket, és akkor most izé mi a helyzet, mert Persze. abban nem lesz semmi. Abban csak Igen, meg, és habogás meg... lesz, és akkor ennyi. Igen, meg néha van, hogy más, tehát más mondanak. Fú, egyébként az hm. ez a, az például, hogy akkor ez a tanádiakról is sem lehet itt térni, hogy hogy amikor mondjuk oda jön valamelyik kollega, és mondja, hogy nem tudom, mit csinált az óráján, és hogy ezért, nem tudom, beírt neki, vagy akármit csinált, nem tudom, és akkor megkezdem a diákot, mond, hogy még más mondtad, és valahol a, én arra jöttem rá, meg én így állok mindig hozzá, hogy a kettő között van mindig az igazság, és nem, én amikor jön oda valaki, és mondja, én mindig mondani, hogy nem szeretném ezt így megítélni, mert nem voltam ott, nem tudom, nem tudom a pontos szituációt, és nem akarok igazat adni senkinek ebben a töltetben ez az ő kettőjük, beszéljük van. már meg. Beszéljük már meg ők ketten, ez légy és azt, hogy ne, ne legyek az, aki, és nem fogom, és nem vagyok hallandós a diákot se miatt. ha csak nem, tényleg van róla bizonyíték, hogy most, nem tudom, betört egy üveget, tényleg, tudod. Ja, persze, de, most, hogyha de, de, hogy most olyan. ezt, hogy nem tudom, mit óráns és akkor nem tudom, ők meg az egész osztály máshogy mondja, és mondom, az van, hogy nálam mondjuk én hiszek nekik, mert tudom, hogy nekem tényleg az igazat mondják. Ha, ha tényleg volt valami, el szokták mondani. <laughs> tehát, hogy, <laughs> Mert, mert, tudják azt, hogy úgyis akkor az a tiszta, hogy akkor beszéljünk arról, ami tényleg az igaz. Úgyhogy én, nem, nem szeretek ilyen szituációkban úgy igazat tenni. Nem, rosszul is érzem ilyen szituációkban magam, mert, mert, mert miért nekem kell ezt megítélni, tudod? Ja. És akkor nálunk, át, nálunk nem nagyon vannak ilyenek, de a másik iskolákban az van ilyen, hogy a tanár rászáll valamelyik diákra, vagy, hogy ezt utálom, hogyha valaki kivételezik valakivel például. Nem is tudom elképzelni, ezt, hogy lehet ilyet csinálni, hogy mondjuk valakinél, te eldöntöd azt, hogy ő egy, nem tudom, Fix 2-es, akármit csinál, tudod. Ja. Nálam van olyan diák, aki két év alatt javított egy egészet az átlagán. Az még nem rossz. 3,8, azt mennyi volt, ő, talán 9. 11-ig végén meg 4,8 lett. A harmadik legjobb lett az osztályban talán. Tehát, hogy az igen. Aha, tehát, hogy én, én, én hiszek azért a fejlődésben, meg abban, hogy ne skatujázzuk már be. Mert segíteni kell őket. Minden, ja. minden diákkal e, úgy kell foglalkozni. minden, az a baj, hogy mindenkivel máshogy kell foglalkozni, és hogyha az, ember, az emberben nincs meg erre a hajlamosság, akkor az annyira nem mondható tanárnak, nem mondható, vagy inkább tanárnak, mint pedagógusnak mondható, vagy, vagy, vagy mm. oktató esetleg. De, igen a pedagógus az tényleg az, aki minden diákkal egyénileg tud foglalkozni úgy, hogy a, ahogy neki kell, hogy foglalkozzanak vele, és az, az nagyon nehéz ilyen diák, na, nagyon nehéz ilyen tanár találni. Főleg úgy, hogy amúgy nem nagyon viszik rá a gyerekeket, hogy tanárok akarjanak lenni. Igen, mert néha nehéz is amúgy, hogy, hogy mondjuk van egy nagyobb osztály, és akkor hogy egy valaki hogyan segíts külön, vagy nem tudom, szóval ne nehéz néha szanál szemmel is ezt eldönteni, hogy hogyan csináld úgy, hogy mindenkinek jó legyen, tudod? Uh -huh. Szóval ez, ez ilyen szempontból is nehéz. Úgyhogy nincs is ilyen képzettségem. Azt gondolom, hogy azért magamhoz mérten igyekszem ezeket jól kezelni. Nem mindig ezért az ember mindent jól, de például kell tudni belátni is a hibázó szerintem. Van olyan, -e, akinek hogy az egója nem engedi, tudod? Én, én azt mondom, hogyha... Nagyon ha... sok olyan Én fölteszem a kezem, hogyha valamit tényleg kiderül, hogy ez így nem így van, volna, akkor én el ismerni, hogy hogy akkor ez legyen más, hogy vagy nem tudom. Tehát, hogy van ilyen ja, meg a, ja, ja, Én a ja. diákokat is mindig összehozom arra, hogyha látok valamit, ami nem jó, vagy lehet, hogy nem, úgy van, nyugodtan szóljatok. Én is hibázhatok. Tehát meg őszinte kéne, hmm. hogy legyen, ugye, az ember. De hát mindig, hogy saját maga. Én azt figyeltem meg egyébként, és ez nem csak így a tanárok, meg a diákok, de mindig az van, hogy ugye mindenki félte saját egóját. Hmm. Tehát olyan, hogy hibázok. Hülye vagy? Olyan nincs -e? Hogy volna, van ez. és va, van, olyan, van olyan tanár egyébként, országban nagyon sok, aki, aki úgy van vele, hogy neki nem szólhatsz, hogy uh, olyan nincs, hogy ő hibázott, tudod? Egyetemen nekem volt egy ilyen programozást hogy hogy fölírta a táblára, azt mondta, hogy szó szerint ezt kell leírni. Szó szerint leírtam, és nem működött. És oda hogy hát, elnézést már, hogy nem jó. És lebaszott, hogy Hát a sor végéről hiányzik egy pontos beszélgetés. De mondom, elnézést, már nincs a táblás sem, hogy tudod. <laughs> és akkor ő olyan volt, hogy akkor Izé, hogy ő ki, akkor ott öt percig egy hegyi beszédneket, hogy te mit tettél az asztalra, mit képzelsz, hogy neki egy diplomájában, <laughs> senki, te itt senki Ez nem ki, vagy, te itt te itt Te itt meg se szólálhatsz, amúgy is, nem tört, a nagyon ilyen megalázó módon, és ahol nem is értett hozzá, csak tanította. Jó, és és ilyen nagyon, és, 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 és ezt, ezt, ezt ez velem is volt egy hogy így is, meg másoknál is láttam még durvábbakat, amit így mondod, hogy ez, ez, annyira el tudja venni, hogy egy, ilyen momentum egy adott tájtól annyira el tudja venni a adott diák kedvét, és erre utaltam régebben a mateknál, hogy amúgy egy csomó gyerek tudná kedvelni, vagy szeretni a matekot, annak elnére, hogy gyengébben megy neki, csak van egy ilyen ősélménye, <laughs> hogy, hogy hogy mondjuk egyszer, egyszer, ez így nem tudom, évekig rosszul volt, vagy nem volt tanár, vagy olyan tanított, aki uh -huh. nem, is, nem is azt kéne, hogy tanítson, csak szegényt bezavarták egyébként, szóval nem is biztos, hogy mindig a tanárom múlik ez. Ö, mert például nekem az osztályomnak 9 nem volt matek tanár, mert pont fölmondott, aki volt. Aha. és nekik, pont, jó. nekik nem jutott. És én, uh. mond, én mondtam, hogy akkor túl akkor én most valamennyit, akkor muszáj, hogy csinálják, mert mondom, Ilyen nincs, hogy nem lesz majd az osztályomnak. Ja, nyilván, hú, persze. Bevállaltam, viszont a hozzá tenni, hogy akkor hogy ezt, nem vállaltad volna be, akkor mi lett volna megoldás? Nem tudom. Kerestünk volna, gondolom, úradót, azt egyszer csak lesz talán, de... Azt arolt. Nem tudom. Mondjuk én azt gondoltam, hogy keresik tovább, és egyszer majd lesz, de egész évben tanítottam. Hát lesz, az, hogy keresték, nem volt. Te voltál az, akit megtaláltak. Már tapsikoltak. Kilencedikben én tanítottam, tizedikben valaki jött, aki egy évig volt, csak aztán felmondott, és akkor most 11 12 tanítja ugyanaz nekik. Oké, okay, egy tök jó tanár egyébként. Szóval örül, örülök, hogy most rendben vannak, de nem tudom, mi lett volna, ha én azt nem vállom be amúgy. És őszinte leszek, hogy akkor tanítottam először egész osztálynak matekot, tehát ugye tudod, ilyen 25 fős voltak az osztályom. Felszor átgondoltam, hogy biztos, hogy ezt akarom én. Tehát egész osztálynak mondták ott úgy, hogy tudod, a felét érdekli felét, nem? Igen. Ö, alszik mondjuk a padon, nem tudom, nagyon nehéz, elfordultam, és ben még másod volt az osztályom azért, hogy tudod, még bontogatták a szárnyaikat, meg harsanyabbak voltak, meg nagyon zajongtak, meg sokan voltak, most tudod, meg kevesebb, hogy 17 en vagyunk, azt hiszem most, és így fú, én mentem ki úgy órára, hogy, hogy a francnak vállaltam, én ezt tényleg a hátam közepére nem akarom, és tényleg szeretem nagyon az osztályomat, nem azért, csak hogy, csak hogy egész osztálynak nagyon nem hálás feladat matek ott tanítani. Mert mindenki, már, mindenki más szint. Van, aki már, mikor már sem mondtam a feladatot, már jelentkezik a válaszra, tudod. Van, aki meg még föl se fogta, hogy miről van szó. És na, na, az, az volt a igen, csak na, nagyon nehéz <laughs> az, hogy ne bánts meg azt, aki tudod lelkes, de mégis valahogy vedd rá, hogy, hogy nyugi majd mindjárt, Uh -huh. És hogy foglalkoz azokkal is, akiknek kevésbé, megy, és hív ki a táblához akár, vagy magyarázza neki, én csak ó, most azt, hogy... Készítem, hogy érted, és mondtad, hogy igen, de mondom, de látom, hogy nem, akkor beszéljünk őszintén, jó, akkor nem, oké, akkor mondom, gyere, akkor mond mit nem. És akkor elkezdtünk darabokba, akkor gyakorlunk, ez mit jelent, ez mit jelent, jó, ezt érted, akkor akik össze, nem tudom. És ott kezdtem el nekik ezt mondani, hogy mondom, ha nem értesz valamit, akkor mondjad, vagy beszéljünk róla, vagy nem tudom. Tehát, hogy és csináltam olyanokat egyébként, amikor már nagyon nem bírtam velük, akkor mondtam, hogy, hogy, jó, akkor ez, ez a házi, holnap meg akkor doga. És akkor amúgy azt csináltam, hogy azt, amit házinek feladtam, szó szerint feladtam dogába, és amúgy nem tudom, kétharmada egyes lett. De hogy, de, de ja, 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 Csai. mert nem csináltam meg, tudod? Nagyon ja, durva. De, 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 viszont, viszont, nem, viszont azt gondolom, hogy pont ezért, mert hogy osztályzás van, és hogy ne osztályzás, apár, ő, legyen ez, hogy akkor most megpecsítenem egy egyeset, hogy ő már nem lehet jobb tudod egész évben. Csináltam azt, hogy mondjuk adtam lehetőséget, hogy kiavítani, vagy ilyenek. És néha meg kellett húzni azt, hogy érezzék a határokat egy picit, tudod. Hogy én jó fej vagyok, meg minden, csak ne éljetek vissza vele, mert akkor nem leszek az. Szóval, Egyébként egyiket, voltak ja. ilyen szituációink osztályokkal, hogy négy megálltam, hogy akkor most elkezdtem meg beszélgetni, hogy figyú, mondom, mondom, kedvelitek azt, hogyha egy tanár megígy meg így viselkedik? Nem. Mondom, azt vágjátok, hogy ez e, emiatt lesznek ilyenek emberek, hogy így viselkednek, mert mondom, ezt csináljátok. Tehát, hogy mert, mert én is volt, hogy éreztem azt, hogy elkezd elmenni a kedvem, és hogy, és uh -huh. hogy már így hat év távlatában értem azt, hogy miért van olyan, aki belefásul, és lesz olyan tanár, amilyen. Lehet, hogy van, aki alapból olyan, nem, nem menteni akarok mindenkit. Jaj, persze, hát ez kialakul. Egy lelkes, 20 pár éves tanárnak a kedvét egy nagyon egy erősebb vagy durrább osztály olyan szinten el tudja ja, simán el tudja venni, persze. Hogy utána ő soha többet nem lesz az, az ember, aki amúgy lett volna. Hogy én ezen szerintem át tudtam menni, nem azt mondom. Csak hogy nekem is voltak ilyen szituk, ahol le kellett ülnöm magammal beszélgetni, hogy most akkor ez nem nekem szólt, jó, akkor nem, nem hiszem, hogy velem vannak gondjuk, csak jó, ilyenek, vagy kicsik, jó, nem baj, majd lesz ez más, hogy nem tudom, meg, vagy, akár velük is beszélgetni. És akkor uh -huh. túlledültem rajta, meg, meg, nem volt gáz, csak én mondjuk magámban jobban szeretek matekot tanítani, amikor egy gyereknek segítek, és akkor azt az tényleg tudok neki segíteni. Persze. Viszont kettőn áll a vásár, akik szoktak hozzám jönni, néha látom azt, hogy elkezdek vele beszélgetni, és látom azt, hogy mondjuk nem biztos, hogy azért nem érti a matekot, mert rossz a tanára, hanem mert mondjuk leszarja órán, tudod. Ja. És akkor a szüleibe fizették, és ott már odafigyel, mert ott már van egy elvárás, hogy akkor, és mondjuk és van ilyen, hogy egyből mindent megért. Uh -huh. És akkor ott ülök, hogy most te fölöslegesen vagy amúgy itt a szágot. <laughs> csak, mert ezt órán mert ezt orrál is megtehet. És aláírom, hogy egy csomó olyan tanár van, aki, aki mondjuk tényleg nem jól tanítja, vagy, 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 vagy nem tudja, hogy kéne alkalmazkodni az egész osztályhoz, vagy nem is lehet. Uh, vagy akár leszarja, vagy nem ért hozzá. De vannak ilyenek is, akik jól tanítják, csak mondjuk, mint nálam is volt, hogy a hátsó sorra, hogy elfordultam, dumát. Ja, ja. De, hogy a pörköltet hátul, meg ilyen. Odafo és én például úgy tettem matekot, hogy ez okostábla volt, egy négykás kurva, egy androidos okostábla, minden egyes óra végén szép pdf, és töltöttem föl nekik hetente, vagy két hetente. Az, eg az egész tá táblán lévő egész anyagot. És még azóta is ott a link egyébként, simán vissza nyitni, és az összes táblán lévő matekot most wow. is meg tudnám mutatni nektek az összes most is. Az vagány amúgy. Meg egy ideig az, azért is csináltam a programokat is, mindent így föltöltöttem, aztán volt valahol egy pont, ahol elfáradtam egy kicsit, hogy, hogy egy ember nézi, vagy azt se, és akkor abba adtam, de uh -huh. amúgy nagyon és hosszú évekig csináltam. Cs. Né néha belefárd az ember amúgy, aztán akkor úgy. Aztán va van, hogy visszatérek rá, tudod, meg ilyenek, csak... Persze. Ja, ez ilyen. Úgyhogy van ez a, van ez a tanártól induló bullying is, amit te is most mondtál az ilyeneknek egyébként nem kéne valószínűleg tanárotnak lenni, és van valami, valami probléma ott ilyenkor, hogy, hogy kipécéznek valakit, és mondjuk mindig őt, őt vonják mindenél felelősségre, meg ilyenek, ezek amúgy, amúgy sajnos azért meg megtörténnek. Én nem látok annyira sokat belőle, de hallottam már több És én nagyon kínosan próbálok elfigyelni, hogy, hogy soha a jelése adja mennek. Egy picit se mindenki akar, akarva akartanul és az ismertség után állsz valahogy valakihez. Persze. ez, hát oh, 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 De, de nagyon próbálom levetkőzni mindig, hogyha van valami szituáció, akkor ugyanúgy kezelem, mint bárki más. Hogy, ha kér valamit valaki, akkor ugyanúgy oda fogok menni az egyes tanulóhoz is, meg az ötös tanulóhoz is ugyanúgy segíteni, uh -huh. mert mind a kettő a diákom és pont ugyanazt érdemli. Én ezt gondolom. De, de vannak ilyen, tehát nálunk volt egy olyan szitu, hogy az ófő leadta az osztály 12. után, nem bírt velük. Oszorosz. És uh, 13-ra már nem az a főjük. De ilyen is van, hogy akár egy osztály kicsit tanártam Ja, olyan nálunk is. Góra, rán, ránőnek a fejére, persze. Mm -hmm. Igen, Akat valahogy jel. a balanszt kell megtalálni, szóval én nem tudom, mondom én szerencsés vagyok, lehet, hogy a korom miatt, és így jobban értek velük szót, de én nem éreztem soha ezt, hogy hogy ha igen, akkor rövid ég, hogy ne lehetne valahogy ezt így megbeszélni. Szóval a beszélgetés, a sok mindenre jó úgy. Lehet, ja, hát, itt, hát a, a kommunikáció, ugye? Akkor, kom al kell legyen a jövő. felnőtt, meg a gyerek között is. Igen, figyel. de szerintem ez a nagyon fő, azt mutatott, hogy te vagy a, a főnök, vagy a fel, feljebb való mindig. Van, kell, de az szerintem, ez olyan, mint a tiltasz valamit, amit mondtam korábban. Uh -huh. Ha tiltasz valamit, vagy te azt mutatod, hogy már pedig azért lesz ez, mert én ezt mondom, az nem jó, az nem fog működni. Meg ha... egy kicsit dehumanizálja is önmagát a tanárt amúgy. Tehát most az, hogy a tanár az úgy megy be egy hogy nagyon full szigorú és izé, ez meg az van, és akkor ezt csinálod, azt csinálod, és ez van, és kész, akkor már alapból kérdezni sem fog annyira merni a gyerek, meg nem is fog annyira érdekelni, mert látja, hogy veszek, ez egy fasz. És ennyit lát a gyerek. Hát, lényegében jó. Igen, igen, ez. ez... Ez való igaz. Csak... És ez, ez nagyon szar. Amúgy itt De még amúgy. a matekhoz visszatérve, amúgy minket hmm? külön választottak, és mondtad azt, hogy van ez a két csoport, akik jól tanulnak, meg akik, akik rosszul. Na, nálunk pont ez a két csoport volt külön választva, és hmm. ugyanúgy ugyan, 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 megbuktam. Tehát, hogyha, hogyha amúgy a két tanár tanárt cserélték ez... volna ki, Na, nem, nem, tudom, hogy a várján, a e az az mert mert ez a Nálunk is kémia tanár tartotta a matekot, nem, nem igazán értette a dolgot. matekot azt értette, az nyilván az persze, tehát kell a kémiához is a matek, csak. Mindennyian, hát nem voltunk annyira jó magatartásúak, aztán igazából volt olyan, hogy segített, hogy mire kell rákeresni a Wikipédián a telefonon, hogy meglegyen a dolgozat, meg ilyenek. Jaj, de cuki, igen. Hát yeah. figyelj, nálunk is ez volt, hogy ugye ketté lett szedve a brigát. voltak a jobb matekosok, meg voltak a rosszabb matekosok. Mm. Úgy elvileg úgy indultunk neki, hogy én a jobb matekosban voltam, De ezt ez ezt nagyon, ezt nagyon durván cáfolnál, ezt megmondom nektek az őszintét. És odáig jutott az egész, mert volt egy nagyon szigorú matek tanárunk, aki egyébként így emberleg teljesen ok, és volt még, innen, de ez szigorú volt, mint az állat. És odáig jutottunk 12 ketten érettségiztünk le a 12 emberből, mert 10 ember az fölmentettette magát, tudjátok, ilyen izével, ilyen diszkal, akármivel. Diszkalkulia. Ami nem a disz, igen, nem a diszlexia, hanem a másik. Di -di -di Diszkalkulia, igen. És fő... a a valami... csinált ilyen... infót gondolom, hogy valami. Hát biológia, kémia, ah, igen. E ez én. a kedvenc, amikor matekból fel valaki mentve, és akkor infóra akar jönni, mondom, de sok. A kettő elég ikvöl, bocsi. <laughs> De ebbe az volt a legszebb, amikor mondjuk a kettő, vagy hát mégis hárman voltunk, mert ugye ö, hárman vagy négyen voltunk, mindegy lényegtelen, volt olyan óra, amikor így ketten ültünk benne, vagy egyedül, így a tanára, és helló. Mert csak hogy én. pont mondjuk járvány volt, vagy hasonló, és csak betegek igen. voltak. Egyébként ah, csak úgy, ülünk egymásra szemben, hogy... Vagy... semmi értelme amúgy, ilyen nekem is volt ilyen, hogy egy vagy két emberre voltam, nem tudsz órát tartani, mert... Ha, a... nem a... is tartottunk, utolsó sora hogy... volt, azt mondta, hogy igen, tehát ha olyan van egyébként a ponton olyan gyerek, akinek a gyógyna segítség, akkor, akkor lehet, hogy jó pótolni mondjuk, mm. de egyébként nem tudsz, mert újat nem vehetsz, mert lemaradnak ja, a igen. többiek, és akkor így, ja, meg amúgy is mondjuk a 15, meg amúgy is ő is úgy érzi, hogy most 11 kettem vannak ott, tudod. De azt megtanultam, hogy mínusz b plusz mínusz gyakorlat, b négyzet, mínusz 4 ac per Ez. Az, Azaz. Ezt, ezt nagyon megtanítom. És, és tudod, mi ez, vagy csak itt most mondtad? Hát ez a másodfokú egyenlet megoldó képlet. Azaz. Adok egy piros pontot neked. De benne van a kiskönyv, amit használsz is, szóval akkor mi neked megtanulni. Beírom Menni. a krétába a kisötös neked majd mindjárt jó. Ja, köszönöm szépe, köszön, szépen, köszönöm Adás után, az, így meg, egyébként azt úgy, azt gondolom van tippetek rá, hogy miért nincs már ez a csoport a szétválasztás általában nagyon. Milyen? Ja, már nincs tanár. Hát igen, szóval, hogy nekem is így volt még imiben, hogy igen, jobbak, rosszabbak, de én osztályomban ezt nem tudod megcsinálni, mert ahogy most meséltem nektek, minden évben majdnem más matek tanáruk volt. Igen. Hát ki, kinek adod a másik csoportot? Mert az, a másik, az, a másik, az a másik, hogy még lehet se lenne rád, de. Gabinak, a törítanárnak, de hogy így... hát Hát igen. Szem, körül... a portás körül... megtartja. Ja, mondjuk ja. lehet, hogy meg tudná, nem tudom, nem, tehát hogy az a baj, hogy nincs, és visszatérve még az elejére, amikor ezekről beszéltünk, hogy manapság főleg szakképzésbe, Ugye a legtöbb tanár az, az nem, nem egy teljes eső tanár, hanem óraadó. Egy, szakmá, egy szakmára van hat óra, amit le kell tartani, vagy van 10 óra, amit le kell tartani. Oda jön, szerződést köt, vagy számlázik, vagy mit tudom én, nem tudom, lehet, olyat, hogy te számlázol, lehet, olyat, hogy csak simán nézi, abból tévét fizettem, meg ilyenek. Szóval nekem is úgy volt, hogy nem számláztam, hanem, hanem ugyanúgy levonták belőle az adott, mint a rendes fizúból vannak. És akkor óradíjad van, ha éppen szünet van, nyár van, akkor nem kaszfizút, ha óra van megtartott, akkor kaszfizút. Ez a hátrány egyébként, nyilván is szabi sincs, úgy külön, viszont nyilván jobb valamennyire a fizetés. Viszont nagy mm. hátránya, hogy nem feltétlenül tudják az iskolák ellenőrizni azt, hogy biztos jó-e arra az adott dologra, nem megörülnek, hogy jött valaki, aki ezt tudja tanítani. És vagy nincs, aki ezt meg tudja állapítani, hogy tudja, vagy egyszerűen elhiszed azt, amit mond. Hogy, ó, izé, egyetemről jöttem, mit tudom, Volt egy ilyen csávó, úristen. Utólag azt mondták nekem a többiek, hogy alkoholista is volt, és ott a kis lapos üvegből nézé, nem őrvingetett. Én nálunk is volt ilyen. Jó, teremt. ezt fölteszem a kezem, ezt nem, nem úgy mondtam, hogy igaz, hanem nem tudom. A, feltételezik. Volt egy másik, akire ugyanezt mondták, nem tudom, megint csak mindig járkált nagyon gyanúsan a kávés mert nem tudjuk, hogy kávé volt -e. uh -huh. de, hogy, de hogy semmi nem értett. Egy kibaszott életművész volt. Ő azt mondta, hogy van három diplomája. Kiderült, hogy a nyelvvizsgát gondolja egyik diplomának. A sem végzett, egy főiskola, de az is diploma volt neki, meg nem tudom, mi volt a harmadik. Én nagyon ezt mondta, és hogy de hogy, az, hogy valami több, nem is egy évig volt, nem több. És hogy így bármit elvállalt, akármit, tartott matekot, hálózatot, Python én programozást. Congocsi. Igen, igen. Az én, az én osztályomat is tanította, és el kellett tőle venni januárba, és odaadni túlórába a kollégámnak, hogy két hónap alatt az alapvizsgára felkészítse őket, mert nulla tudásuk volt. Ú, baszki. Igen. De hát ez a tanárhiány miatt van, ne? hogy ilyen idiótákat és, is ja. felvesznek. Hát már bárkit. Igazából engem is így vettek fel, a belegondolsz, hogy senki nem kérdezte, hogy oké, okay, anyán keresztül volt, oké, okay, ismert az igazgatóhelyettest, és hogy így kerültem ugye ide, de, de hogy igazából én is lettem volna ugyanez a Kókler. Persze. Vagy most figyelj, én beajánlom a Mannint, hogy ő egy tök jó matek tanár, és jön ide tanít. Ja. Adott... Ezt... Szóbelisztem, az meg érettség. De figyelj, de figyelj, nem az, föl leszem, azt semmit nem jelent. Ha én azt mondom, ezt mondanám, mert ezt gondolom, vagy nem néztem utána, nem tudom, amúgy föl leszel, vagy, vagy azt mondom, hogy hát izé, ő, ő, tök jó, izé, nem tudom, pályton uh, Python tök jó tud tanítani, vagy hálózatokat mondjuk, és, és föl fognak téged venni, mert valaki ajánlotta, vagy mert tök jó adod elő magad, Uh -huh. Mert egyszerűen nincs kapacitás, nem az, és itt nem az iskolát hibázhatnám, hanem magát a rendszert, hogy ez kialakult, mert mert az iskolának nincs lehetősége ezt jól átnézni, és, és mivel van egy felülről egy nyomás, hogy vegyél fel valakit uh -huh. a pozícióra, hát Most így nehéz. Felvenni. Igen, és felveszed, és akkor szépen lassan, el, először tudod, nem akarsz hát meg izé, Mondják a diákok, hogy jó, izé, álljatok már hozzá pozitívan, izé hogy segítsetek neki, nem tudom, legyen, legyen jó az óra. És akkor egy idő után kiderül, hogy nem is, tudod, én nem értek mondjuk az a tárgyhoz, de egy idő után már én is láttam, hogy nem azt tanítja, amit kell. Igen. És akkor jelzel de egyszer, de nem a egyszer, a jelzel. A probléma, igen. igen, és akkor jelzel egyszer, jelzel kétszer, meg volt ilyen, hogy mondta egy diákom, hogy tehát kb. levegőt mert venni, és beírást kapott. Tehát, hogy így nem tudom, hogy így, vagy, vagy így, így valami. Tehát, hogy ilyen nagyon pici, pici száj dolog, hogy nem tudom, mert éppen nem tudom, szar napja volt, vagy nem. Akkor volt egy tanár, aki van, van ilyen trónokharcás városépítős játékban, ami netes. Tudjátok? Nem tudom. Uh -huh. Tudjátok-e mi az? Én sem ismertem váló. eddig. Hát az összes órán azt a tanár. A tanári gépen. Azt kemény. Volt nekünk <hí> van van, a kézét Következő nap bementem, hallod? Bekapcsolom a gépet, nem is kapcsolta ki. Aludt a gép, és bejött be, az meg ők eluntjával, mindennel. Na. És figyelj, hálózott a kora. tanár, és, és lementi a böngészőbe a kréta belépését. Aha. És én egyszer volt, hogy véletlen, véletlen rájöttem a belépésre, és Insta beléptem a krétájába. Tehát akkor simán bírtál a benne egy Mondom, most, most írjunk akkor pár jegyet, de vagy mi legyen, nyilván kiléptem belőle. De hogy, de tudod, e-mailekkel is jártam így, még annó a leges-legelső igazgatóm, beléptem az infós gépbe, és ott volt bejelentkezve az e-mailje, a, a, privát e-mailje. Wow. Ez nagyon, az nagyon se para. rossz. Para. De benne még gátlások vannak, hogy ilyen kilépek, rögtön ott nem nyúlok bele semmibe. De Igen. nem hát én valaki azért ott... beléphetne. De ha nem én vagyok ott? Nálunk is volt egy A másik diákot hagyta, belépem alatt a Facebookba, azt akkor trollkodtak benne, és oké, Hi, te, Hogy ha, hő, ha, hő, ha, igen, igen, igen. Na de azt akartam mondani, hogy a kedves nézzük, akkor menjetek vissza a régi iskolátokba tanárok, mert olyan hiány van bazd meg, hogy hallottátok, bárkit felvesznek, hajrá. Te, amúgy tényleg van ilyen, hogyha valamelyik táj... valamelyikre tájra hiány van, akkor simán amúgy. Mondom, ne, Nem azt mondom, hogy ez előny is, mert van olyan, aki tényleg ezt képzés nélkül meg tudja jól tanítani. Hát azokra gondoltam nyilván. Tehát, hogy nem tudom, én meg mondom, én is úgy jöttem, hogy most programozás végzettségem van, amit tanítok át, a programozás, meg matek, ezekhez értek is. Szóval, hogy uh -huh. én nem szeretek olyat lenni, és nagyon próbálom le takarni, söpörni magamról. Tavaly volt egy tárgy, valami Pff, kereskedő tárgy volt, a digitális alkalmazások, ez volt a neve, és valami webet, de hogy itt is alkalmazás kezelő és web, web áru, technikus, vagy mi a pöcsöm nevelnek a kereskedő szakmás valami. Nem, most ne, bocsánat, nem mondom pontosan, csak nem, nem vagy tisztában annyira vele, mert átnevezték, régen csak simán kereskedő volt, uh -huh. és hogy tanítsam ezt a tárgyat. De hát mondom, tehát mit, mit, miért, hogy? Hát, hogy ott a doksi, ott van, hogy portfóliót írás velük. velük, meg hogy taníts weboldalt, adatbázis, de ezeket nem kell tudni megírni, hanem hogy ők ugye, mint kereskedők, hogy ugye már van ilyen, hogy elkereskedő, nem tudom, hogy kezelni kell tudniuk ilyen webshopot, meg ilyenek, uh -huh. és akkor ebbe az ilyenbe próbáltam elmenni egy kicsit vpt szem velük, aztán utána a weboldalt megmutattam, én összekattingatós weboldalt csináltam velük, adatbázist jelmet szintén szinten elmagyaráztam, de nem voltak alkalmasok arra, hogy mondjuk adatbázisozzunk, mint kód. Próbálkoztam vele, uh -huh. egyszerűen szóval nem mennek meg megírattam ezt a portfóliót, nyelv, nyelvtanilag kijavítottam nekik, meg nem tudom, hogy több somószor átolvastam, megkértem őket, hogy hol mit javítsanak. És eljutottunk idénre, amúgy a hat kettő maradt, és oda jön a tanár, hogy én mit tanítottam ezen az órán, meg hogy, hogy miért nem tudják ezt meg azt. És így mondom, hogy figyelj már, mondom, ne ezt én mondom számon, mondom, én azt tanítottam, amit mondtak. És mondom, ezt meg ezt tanítottam. De hát, hogy weboldalt írni. De mondom, miért akarsz weboldalt iratni velük? Kereskedők lesznek, nem fog programozni, hát és érted, az a baj, hogy nekem mondott valaki valamit, meg belenéztem a doksival, meg megirattam azt a az izét, hogy az nem jó, meg azt nem is úgy kellett volna, most akkor új témát választanak, mert nem tudom, akkor most nem volt értem, hogy egy évig tanítottam őket, de akkor ennek mi értelme volt, hogy én ezt megkaptam. És most szorul érzem magam, hogy lehet más kellett volna, de hogy ezt most nekem honnan kellett volna tudni. Hát ez az. Mert és az, az, az dobják, hogy akkor fia, ezt így fél év alatt le kéne adni. De hát te nem értesz hozzá, csak felületesen, hát az úgy kicsit. Nehéz. Ne, 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 nem értem. És hogy most ezt így ilyen fura volt, igen, meg most ez a, kaptam egy új tárgyat, és akkor ahhoz sem éltek, és akkor, hogy mindegy, hát akkor taníts rajta valamit, és ezek ilyen fura dolgok, és hogy mondom, az a szar ebbe, hogy, hogy így, így já, hirtelen jönnek, és én nem tudsz, ja. rá, nem tudsz rá fölkészülni, nem tudsz reagálni. Nehéz. Nehéz. Ez központi probléma. És az a, a baj, mindenhol. hogy ez nem olyan, amit így meg lehet oldani, mert nincs utánpótlás jelenleg, mert, mert kevesen mennek tanárnak, lehet, hogy pont nem is azok, akiknek kéne, mert igazából pontosan azok, akik, akik alkalmasak lennének tanárnak, és szeretnének mondjuk annak menni, sokat eltántorít a, most már majd persze nő a fizetés éppen, mert rájöttek, hogy gáz de hogy sokat eltántorít már a fizetés elsőre. És most, Van. Az, most azt hiszi a kormány, hogy most akkor fizetést a és minden megvan oldva. De amúgy nem. A tanár hiányt majd hosszú távon lehet, hogy megoldod velem. De közben jött egy, <laughs> Ez, ez is mi? Jött egy ilyen új izé, ez most új info, ez ebben a hónapban valószínűleg már rendeletbe kerül, ez még csak egy info, hogy fog kerülni. Minden évben van ilyen, hogy pontozni kell magunkat, a vezetőség ja. is pontoz ja, minket, ja, ja, ja. Erről Ö, a szülők is pontoznak, a diákok is pontoznak, ez milyen érted, adtál neki egy egyest, azt lepontoz. <laughs> Amúgy kajak, ez mi? Ki akartok baszni egy tanárra, érted? Ez és szerinted, szerinted igen, igen, és hogy eddig, eddig csak úgy volt, hogy ez alapján kapunk fizetésemelést, hogy valaki többet van, kevesebbet tudott. És hogy most az van elvileg, hogy ez alapján akár 20%-kal csökkenthetik a fizetésedet. Micsoda. Oszd meg. Micsoda. Na erről is van egy Black Mirror rész. Ez, ez most egy, ez egy friss info. És a Nem tudom, mond, ne, ne, nem Aha, tudom mikor fog bekerülni ez rendelet, de állítólag hamarosan hogy lesz egy ilyen, Nem, hát, geci. és lehet ilyen, hogy csökkentik a fizetésedet akár 20%-kal. Azért ez baromi motiváló tud lenni a szakma, szakma Ez Húszása. mi? Ez mi? Jézus, tehát ezt meghallottam, és hallott, tehát ott nézett mindenki. Hát ez, ez tényleg durva. Vörös lobogót húzat fő át újra gyorsan. én <laughs> keresem. Hogy tanár úgy tanít, hogy érted, nem tudja tanítani, meg uh -huh. ilyenek, sem és amúgy nagyon kárt okoz, mert ő, mert, mert, érted, utána ott van a diák, az én diákem 11-esen, és amúgy ilyen -es, 12-esek, bocsánat, diákem, és amúgy 10 szinten vannak hálózatban kb. Na hát is. az... mi, a 9 és... szinten nyomtuk az OK-vizsgát? OK De bazen nem az ő hibájuk, és ez nagyon fölbasz engem. Persze. Olyan emberek kerülnek oda, akiknek ö, nincsen szakmájuk, hóklerek lehetnek, tehát hogy bárkit ja, felvesznek, honnan tudod, hogy neki nem egy olyan múltja van, hogy tényleg a gyerekekhez vonzódik és csak azért akar menni, mert akkor ezt is tök simán ki lehet használni. Ú, ha már ilyen téma mondja, mondjak egy vicces netceset, de csak nektek. Na, uh, ezt hagyjuk. Ha egy benne agyadod, mert nem, nem terhelő rá igazából. Mit tudom, ugye néznek azért diákok is, és volt egyik diákomnak, volt egy barátnője, aki mit, akkor hetedikes volt, nem tudom, hugommal egy idős maradjunk ebben, ami tényleg a 15, uh -huh. most nem tudom, most lehet már 16. És így mit tudom, én minden nézőnek szoktam hogy válaszolni a ráminak, mert a diákoknak is tudod, volt, ő is külön rámírt, de amúgy ugye streambe is volt egy csomót, és általánosban járt még, és ezért csak így beközölte, hogy hát amúgy úgy szerelmes belém. Meg így elkezdett olyanokat írogatni, hogy így, tudod, így mit csinálna velem, meg ilyenek, és Mi a Most erre egy mit reagálja, tudod? Ez, így, ez, 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 ez az az így, én ezt a szitút nem vártam, mint tanár, és nem is tanítottam meg semmi, soha, mert nem is idejött uh -huh. végül amúgy gimibe. Nem vártam ezt a szitút, hogy így, így, fogok járni, mondom, én magamról tudom, hogy úgysem mozdulok rá senkire. Uh -huh. uh, főleg azért sem, mert amúgy most már februárban 15 éve leszek ugyanabban a, a, nővel együtt. Szóval, hogy én, mi, mi, én 16 voltam, amikor Adrival összejöttünk az az úgy kemény. Én azóta együtt vagyok a feleségemmel, és nem, nem is hiszem, hogy ez már változni fog. Krisztiánnak kezed fog, hogy a biztvitin dobosával, úgyhogy. Ja. Szóval, szóval, ez egy nagyon furcsa volt, volt úgy, és nem tudtam, hogy ez hogy ezt tanárként hogy kérne reagálni, vagy egyáltalán más tanárral ilyen vajon történik-e? Hát a mellékelt ábra szerint valószínűleg. Akár női, akár női, férfi, melléket ábra szerint történhet, ha valam történt, bár ugye nem minden szóra ezt streamel, mert a streamen keresztül ismert meg. Meg volt, szoktam szervezni ilyen közönség találkozós kosarazásokat itt, amire meghívott diákokat is, meg nézőket is, meg tanárokat is, meg ilyesmi, és akkor volt már olyan, hogy 20 valányon voltunk, így kosaraztunk, amúgy nagyon, nagyon epik, nagyon Most nem volt időm, aláírom, hogy bocs srácok, az elmúlt időben, de nagyon-nagyon szeretem egyébként, mert nagyon jók tudnak lenni, és az a baj, hogy nem tudok leülni, végig azom az egészet, és meghalok utána, mert tehát három órát, négy órát kosarazunk de olyanokra is eljött, meg nem tudom, és tudod, voltak ezek, így jöttek ezek a üzenetek, de végtelen mennyiséget képzel el ebből. Jézus már. És mondom, erre így hogy reagálja? Én mondtam neki is, hogy mondom, az vágod, hogy erre így nem is, nem is mondhatok semmit, meg nem is szeretnék. Tehát, hogy, Aha. hogy mondom, ez így, mondom, de legalább érted, hogy még 15 is vagy, mondom, hogy hallod, hogy, hogyha most nem lenne senki, mondjuk, akkor, akkor is mit mondanék erre, tudod? 30 évesen, egy 15 évesre. A kis, hát valaki azt mondja, hogy oké, okay, és ez a kis, törvények hát engedik. sajnos igen. Hogy ez amúgy mennyire durva ezt itt tanárként, ez egy, ilyen szitúba bele, és nem tanítod el, de akkor is diák, tök mindegy. Most ezt hát, szerintem. Itt meg a kiskorú, tehát akárhogy nézed. Fiatalkorú hát, a törvények szerint, ürültem, 14 alatt kiskorú. Én a tűrültem el, és Adinak is elmeséltem, ő is így nézett, hogy mi a franc. Itt ott nevettünk egyet rajta, nem, nem raktunk rá egy különösebb üzét, így. Különöse Ráírt rá. bárat, igen, hogy figyelj csak. Igen, és akkor később meg elkezdtem mondani, hogy hát ő izé, hogy cikkizek el miatt az osztálytársak. Nagyon fasznak mondta, de el nekik mondom. Jézus <laughs> itt, a sip így, itt a sipolás, igen. Szóval, hogy, hogy, így nem is értettem, és így, tudod, nem, nem akartam, nem tudtam, hogy mi a jó izé Nem akarod megbántani, hogy ki tudja, mi a depressziós lesz, valami. De nyilván el sem akarod fogadni a közeledését, mert ezt nem, nem is teheted meg, és nem is akarom. Persze. Ez, ez egy nagyon furaszító, szitó, hogy hál' Istennek magától el, ellaposodott, mivel én nem reagáltam a ezekre a dolgokat, tudod. Érdemben. De amúgy írogatott ilyen, ilyen öngyilkos jellegű dolgokat is tudod, és akkor Jézusom. Így, ja, így, Igen, cicsikét, és éreztem, éreztem azt, hogy, 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 hogy azért óvatosan kell ezzel bánni, tudod. De, de nyilván, nyilván, nem tudom, akkor utána egy megy diákon mesélte, hogy nekem is bepróbálkozott egy most 13 diáknál, hogy, hogy, hogy feküdjenek le, csak így ráírt egy ilyet, nem tudom. Úgyhogy ez egy durva dolog, Hú, van ez a, van ez a situa, akkor nyilván, hogy a, a, gyerek próbálkozik be a tanárnál, én nagyon remélem, hogy ez nem gyakori amúgy, nem tudom, meg nagyon remélem, hogy senki nem fogadja ezt. Ez a sok redvageci könyv, amit nem úgy jól olvasnak. De sok most képzeld, de most képzel, de nincs senki mondjuk. 23 vagy 4 évig elkezdtem tanítani. És mondjuk egy 19 éves végzős próbálkozik be. Ilyen komi van? Nem történt ilyen, de most szerintetek ez ilyen komi van? Hát az a baj, hogy nekem, én legalábbis bízok abban, hogy nekem van egy elég magas ilyen erkölcsi Ö, falam, amit én fölépítettem, tehát ez, 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 nekem ez akkor is kiesik. Tehát a így is, úgy is, igen. Szerintem van, van olyan, aki úgy van vele, hogy figyelj, korba. Most nem tudom. Biztos van. Oké, okay, de akkor is tanár vagyok. Érted? Igen. Hát tanítom. Jó. Igen. igen, elvileg igen. Tehát, hogy na, érted? Biztos <laughs> történt már ilyen meghallottunk ismétesüket. És akkor van a másik szitu, amikor a másik oldalról történik egy ilyen próbálkozás egyébként, tanári részről, mondjuk. Én, én egy, én egy szitut más ami aztán kíváncsi vagyok, hogy ti mit tudtok ezekről. Volt egy, volt egy új tanár ugyanígy, tudod, óra, nem, nem urdanak, ő mondjuk rendes tanárnak jött, de tudod, jön, nem ismerjük, mit tudom én, és elején én már hallottam ilyet, hogy, hogy volt, volt valami cikk róla. Uh -huh hogy egy előző iskolában valamivel már így vádolták, és hogy, 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 hogy ott is valami diákkal, nem tudom. De hogy jó, mindegy, hát nyilván nem tudjuk, ez mennyire igaz, meg nem tudom, hát nyilván tisztalap, adjuk meg neki tudod És bejött, mint azért tanár, tanárnő volt egyébként, de ilyen gigantikus lökhárítóka, vagy hogy mondjam, szóval, hogy nem, 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 tudom, hogy szabad fogalmazom, tudod? Na, nagyon nagy mellei voltak, na. diket itten De, ha már, ha már De, hogy, de ezt úgy értsd, hogy hogy, hogy, erre úgy rá is játszok. Tehát, hogy olyan ruhákat is hordott. Tehát, hogy egyszer Tudatába olyan... volt vele. Egyszer olyan mini ruhába jött be, így besételtem a folyosón, vagy a bejáratnál, így megálltam, hogy az biztos, hogy egy tanár vagy egy diák, tudod? Hogy így... hogy diákoknál még látsz ilyet, és akkor lehet, hogy szólsz egyszer-egyszer azért, hogy azért a már a villansz minden egyes lépcsőfoknál, tudod? Hogyha úgy van, mert egyébként egy ruhákat látok lányoknál mostanában, és akkor csodálkoznak, ha utána rájuk sütnek dolgokat, ugye, hogy mik. De hogy... De hogy, de Ezt már megmondták, 13 évesen, 14 évesen, Miki Egeres pulcsit kell hordani, meg Én azt gondolom, hogy egyébként nem, nincs ezzel gond, hogy bármilyen ruhát hullott a csak, csak itt a szülőfelelősség lenne szerintem ez, hogy azért egy biztos bizonyos határokon belül mozogjon. És tanár kérdezi, szó az, hogy ez tök de egy diáktól én még ezt elnézem, hogy most ez menőnek gondolta, felhúzta, nem tudom, majd szülővel megbeszélj, talán megbeszél, akármi. Max, uh -huh. nem tudom, hogyha folyamat ebben jön, lehet, hogy kap egy beírás, nem tudom, de hogy jó, mindegy, ez egy dolog. De tanártól, ezt azért nem biztos hogy várat hogy ilyen az atom kivágott, atom, izé, rövid uh, ilyen szoknyába, hogy tudod, bejön. Ez az egyik, az egy másik fajta. Igen, igen, ez, ez nekem már is szemet szólt, hogy lehet, hogy a másodállásából jött a suli baj, nem tudom, tudod. Uh -huh. De hogy szembeült velem pont a tanáriban. Uh -huh. És így már akkor is gondolkoztam, hogy aranyosnak tűnt amúgy, biztos normális, tudod, mit tudom. Akkor még nem is tűnt fel ez, hogy annyira kivágottak van, vagy nem tudom, hogy nyár volt, tudod. Akkor, yeah, yeah. Mondom, nyáron amúgy is tudod, meg amúgy is csak még a tanárok voltak benne, akkor mindig többiek is más ruhába jönnek akkor, amikor még csak mi vagyunk benne augusztusban, tudod. Mert akkor még azért lazább a dolog, csak mi uh -huh. vagyunk benne, csak értekezünk, stb. És ö, nekem az volt először gyanús, hogy ö, valami nyaralása volt még, és tudod, nálunk tényleg, amit mondtam, hogy nagyon jó fej a az igazgató, hogy hogy minden ilyet meg lehet vele beszélni. És hogy uh -huh. nyilván ugye akkor vették föl, mondta, hogy az már előre le van foglalva, jelengette tudod, hogy persze akkor mennyi arra pár napra vagy nem tudom. És miközben ugye értekeztünk, kiírtunk csókokat a csoportba, és rám írt, hogy hogy hát van ez a akkor váltottunk át Microsoftra, van ez a Teams, meg amit tudom, és tudok e neki segíteni ebbe, hogy nem akar lemaradni, nehogy izé gond. De ilyen tele volt én mindenféle smiley-kkal, az már gyanú, kellett volna, hogy gyanús legyen, de én naív ember vagyok, ilyen szempontból nekem ez... Naív ember, érted? Sajnos sajno nem gondoltam, de jó, passzus, na, akkor, akkor még nem gondoltam, hogy mi lesz ebből, jó? Aha. És így nem, tehát mondom, annyit láttam belőle, hogy írt az infósnak, hogy segítsen ebbe, érted? Én ennyit láttam benne. Uh -huh. És én, én meg így csak így akaratomon kívül lekoptattam. Amúgy, mondtam neki, mert úgy így meg nem tudom, tudod. Mondtam, hogy fia, nem, nem, kell, mert hogy mondom, ö, ö, nem fog semmiről lemaradni, mondom, ide kell csak bejelentkezni, ez a bejelentkező, mondom, ezt nyugodtan próbál ki, de hogyha nem csinálod most, hanem majd itt, mondom, az is tök jó, uh -huh. most semmiben nem, nem maradsz le, nem, nem kell tőle félni, majd, majd segítek utána, hogy bepótok, nem tudom. És akkor ezzel így, így de hogy ő, utána még mondta, hogy de azért igen, mert nem tudom, de én meg így nem volt, nem volt kedvem ezzel foglalkozni, nagyon tudod meg most itt távoló minek. De tényleg nem volt semmiről, mert annyi volt, csak hogy mindenki jelentkezzen be, ez volt a feladat. Ennyi. És ő, így szépen haladtunk, nem tudom, egy két hogy lemaradtam, nem tudom, és utána kezdett összeállni a kép, hogy a következő az a kollégám volt, aki, aki szintén szolgált a lakásban lakik, és van egy szoba, amit nem használ, de nincs is megcsinálva, uh -huh. és csak oda ment hozzá, hogy amúgy beköltözne hozzá. Igen, ezt így mondta neki. Fasz. így fasz. Ő megmondta neki, hogy hát biztos, hogy nem nem tudom, hogy akkor volt barátnépem, vagy nem, ezt most nem tudom, de tök mindegy. Mondta neki, hogy pssz, mi a francot gondol, tudod, nem. De hogy nem. Ez hogy de úgy tényként tudod. És utána még a rendszergazdánál is bepróbálkozott, hogy meg oda ment, hogy hát új a városban, nem vezetnék körbe a városban, kicsit, ja, hogy fasz. mi a Hú, és én amikor ezeket meghalottam, akkor kezdtem visszakötni, és akkor meséltem el nekik, hogy akkor ez nálam kezdődött, ki nálam próbálkozott belőször. Csak én mi akaratomon kívül lekoptottam. És si besét a barátnő, hogy itt mindenki annyira íz, nem, nem vevő senki semmire. Igen, de, hogy, de gyakorlatilag bepróbálkozott háromnál is. Hát legalább három hárónál körül biztosan tudok, bepróbálkozott, hogy, hogy valami. Szerintem, hogyha így amúgy vevő lettél volna rá, akkor már így csicsat lett aznap este, szerintem simán kapható lett volna bármire. Most viccen kívül mondom utólag. És osztályfőnök is volt, pont én is akkor osztályfőnök voltam, és egyszer előtt velem úgy mond osztályfőnök. Fura volt nekem, hogy új tanár és rögtön tud de valahol, valahol, értettem, hogy nincs kinek adni, meg pont, jaj, szakmá, jaj. Pont, szakmás az egyik szakma, pont is akkor, mit tudom, valami kereskedő tárgyakat oktatott, nem tudom pontosan. Bocsi, és Bocsi, hogy még ennyi, annyi mondjad, az, egy, annyi, Ő, ő, ő -e? <hállt> <hállt> hol tanít? menni, Utána nézett neked a gondolat, úgy. És hogy utána, hogy teltek így a hónapok, nem tudom, és akkor jöttek ilyen sztorik így szép az, hogy, hogy mondjuk nem tudom, ő betegszabit jelentett, és erre kiposztott a Facebookra, hogy, hogy, azért, hogy új autót vett. Nem tudom. És akkor hogy szóltak neki, hogy hello. Tehát, hogy amúgy, igen, csak hogy amúgy meg nálunk ez tényleg úgy van, hogyha tényleg van egy fontos dolog valami, meg tudod beszélni. Uh -huh. és, el, és amúgy valószínűleg el fognak engedni. Szóval nem, 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 muszáj neked euh, hazudni, hanem ezt meg is lehet beszélni. De hát ezt tudhatta, hiszen augusztus belengedték Horvátországba. Uh -huh. Érted? De így, síg, ja, a beteg vett ki, hogy jó, nagyon, nagyon rosszul és akkor posztolt a délután, megvette az új autóját. Jó, ez, ez, ez is egy, egy fura dolog volt, de jó, mindegy, oké. Okay. És akkor szépen haladt tovább a és akkor ilyennek jöttek elő, hogy az az a osztály csoportba, osztály a csoportba bikinis képet küldött be magára. Mi? -csoda? <laughs> hey. Ta az, hallod, az én időmben meg ilyen nők voltak csak be az át, Ott, a, o, o, ott a sarokban a dob idehozom, azt beütöm az én. Azaz. De komolyan? Hát amúgy viccelünk ezzel, hogy visszamennél meg ilyenek, de azért gyerekként. Nyilván Ez nekem, nekem, is Persze. volt ilyen élményem, hogy azért mondta, mondta tanárnő, hogy Átjönne, amikor nincsenek itt a szüleim, meg hasonló dolgok, meg megnézni egy-két ah, dolgot. De az a boly hogy ez első nekem ezt, mond, nekem ezt mondtad már, és azon, hogy nagyon idős volt hozzátok képest. Tehát, hogy ő egyébként... Hát azért ott már volt egy, hát, 50. legalább. Na jó, volt. de ez, a én a beszéljük, ez velem egy idős volt majdnem. Ja! Persze! Hát az Persze, az persze. persze, tehát biztos volt, akinek tetszett, és amúgy nem tudom. És nálunk is ment az a diákoknál, hogy mondták, hogy az izé, ú, mondjuk a biosztanárt, azt azért hogy lehetne. Tehát... De azért jó, de ez csak hogy mondta mindenki. Senki Persze, nem mert... senki nem akarta megcsinálni, meg a biosztanár se ne... lett volna vevő rá. Tehát itt ne, ne, az nem, az nem, az nem volt de... ilyen, tehát hogy... Ez alapok hát, csak ilyen tértkalás kép. De igen, ez, ez meg az a baj. De hogy így, érted. Tényleg, ami férfi tanár mozdulna rád, az hogy reagálnád le? Az nem, hogy te hülye vagy, baszod nem tudom, na mindegy. De ez amúgy szerintem pont a férfiaknál amúgy a, a számosabb. Ja. Biztos, hogy volt már. Igen, hát most én pont egy ilyen kirívó estet mondok, hogy a női tanár, de, de szerintem inkább férfi van amúgy. Mondom, bennem van egy ilyen gátlás, ahogy te is mondtad, hogy falat építesz magad elé, hogy egyrészt nyilván az, is, van feleségem, de ha nem lenne, akkor, akkor sem. Tehát, hogy ki, ők gyerekek. Akárki bármit mond. És, a, és lehet 18-19 éves és oké, okay, de hát akkor is. Tehát hogy azért na. Az ott még gyerek? Én meg ezzel úgy vagyok, hogy ha, ha, meg, ha meg mégis, úristen nem tudom, összetalálkoztak a csillagok, akkor is majd végezzen, és akkor utána majd beszélgessenek, azt lássák meg, hogy izé. De oda jár, addig akkor se, nem? Tehát hogy... Biztos, hogy nem. Tehát ez, nem, ez egy nagyon... Jó, van, el ez tudom, el képzelni, hogy van valami tényleg nagyon fiatal tanár, és tényleg pont beleszeretve nem tudom, de de akkor is, akkor is, van ennek módja, szerintem, és nem az, hogy ott az iskolán kérdez, nem tudom. Tehát, hogy ez, ez nem, 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 okés. És tovább folytatva a sztorit, volt ez a bikinis fotó akkor, amit uh -huh. mondtam, hogy küldött ilyet be. Nem tudom, hogy küldött extra extrásabbakat is, mert volt egy az osztályban egy diák, de kilencedikesekről beszélünk, ez nagyon ki akarom hangsúlyozni most. Tehát 15 évesekről, vagy tehát érted, 16 alatt. Uh -huh. ja, ja. Ö, vagy nagyon 16 lehetett, de nem volt még senkit senki Volt mm -hmm. egy ilyen magasabb, ilyen zömökebb, ilyen kigyúrtabb srác az osztályba. de volt barátnője amúgy, nem tudom, hogy az osztályban vagy, nem tudom. És ilyen volt, hogy a, hogy masszíroztatta magát órán, meg kivasaltatta a lányokkal a haját. Wow, mi meg, így be, meg, így, meg így beszélgetett velük. És így hónapok után derült ki, hogy ő, most semmit nem tanít, nem tudjuk érte hozzá vagy nem tudom, semmit nem tanít, csak beszélgetnek szakmai óráról, van egyébként most szó. Ö, me, Na, meg, ilyen, szurva, jó. Meg ilyeneket csinálnak, amiket most ugye még elmondtam, hogy nem tudom, így be, kivasaltatta a haját a lányokkal, vagy nem tudom. És volt egy ilyen srác, aki egy rámozdult. <hül> És elvileg így küldözgetett neki dolgokat, meg így, udvarolt neki, vagy nem tudom, tehát így próbál, nála. De ugye a srác meg elutasította. volt-volt meg bazán. úgyis. És ugye ez így, ja, ez így megtörtént, és uh, amikor szerintem ezt már kezdte érezni, elment beteg Szabira, és vagy két hónapig beteg Szabim volt, volt, és ne, addig nem tudt kirúgni. Mi a fasz? Beteg, beteg, beteg nem tudt kirúgni. Úgyhogy meg kellett várni, még visszajön, és akkor talán közös megegyezéssel közös, ez lett a vég. Hát de volt ez még azért. valami tag, így, így a média ugye, a, akkor volt róla szó, hogy... Ő arra hivatkozott, hogy hát ő nem pedofil, ő efebó fia, vagy milyen húrva Ja, Igen, volt az a szakállas kopaszpali, nem? Volt ilyen? Lehet, nem volt, hát. ezt mondta, ő is 40 vagy 50 nem éves volt, hát. volt. Igen, nem igen, tudom, igen, valami ilyen óraadó jellegű, vagy nem is tudom ő mi a fasznak. De hallottam erről. Igen, de TikTokon még magyarázkodott is utána a rendes ízésre, több videót is rakott ki, meg ja. volt a hírekben, meg minden. Mm, van ilyen, igen. <laughs> civil a civil hajtóvadászat volt ellene bizonyos körökbe. Ja, hát igen, és na, azt tudod, a lényeg az, hogy így az COVID-kor volt téged pont nagyjából, én, én akkor akkor engem kibasztak amúgy fizetetlen szabadság, mert nem akartam beoltatni magam, uh -huh. úgyhogy én erről, erről egy kicsit le is maradtam, hogy akkor ennek mi lett a véges és utána tudtam meg majd aztán, hogy, hogy végül sikerült közös megegyezésre. elválni. A klasszikus és, és közös megegyezés. És, azt, és aztán később írt egy ilyen ilyen nem tudom megmutatni, mekkora szöveget a rendszergazdánknak, hogy amúgy azé, hogy jól van, meg írt egy csó mindent, hogy mi van vele, meg nem tudom, és akkor így, hogy most hol tanít, meg hol nem tudom, mennyit keres, meg nem tudom, és akkor elolvastuk, meg jó, növettünk, meg, meg kibeszéltük, hogy jó, ez egy elég gáztori volt, de legalább, nem, tört, nem, legalább nem történt semmi, szóval, hogy itt azért így meg lett úszva ez a történet, az, hogy bepróbálkozott mindenkinél, Szerintem nagyon gázom, hogy az egész, és mondom, és akkor most mondom, hogy volt egy cikk elvileg, amit nagy nehezen előástunk valahogy, hogy a régi iskolájában volt egy ilyen valakivel, és ott lehet, hogy történt Aha. is valami, és hogy azért rúgták ki onnan. És aztán ja. jött hozzánk, de hát nyilván nem reklámozta ezt, hogy nem tudtuk, nem néztük. De ezek szerint rendszerben sincs benne, hogy valakit tanárként miért küldtek -e egyik helyre a másik? Vagy hát még Ni? küldtek -e? nincs mert, hogy én is most mondtam neked, ha mondjuk közös megegyezéssel például Aha. végül, vagy akármi, hogy nem tudom, hogy történik. Tehát, hogy az a baj nálunk azért mi tényleg, mi iskolánk elég emberséges és hiszem, a baj is, hogy legjobban akarták azért kezelni ezt a dolgot, nem kibaszni, még akkor is, ha persze megérdemelni az ilyen szerintem. Uh -huh. de, hogy, de hogy nálunk tényleg, és bármit mondtam eddig is, vagy mondok is, hogy a, a negatív általában nem, a, nem az én sulimra vonatkozik, hanem sokszor ránk van már terhelve. Persze ja, vannak, jaj. vannak furcsaságok, nem tudom, amit az értekezetről mondtam, az tényleg az, de, hogy, egy csomószor az van, hogy, hogy akik úgymond a vezetőségben vannak, azok föntről kapják, hogy ezt meg kell csinálni, és pont. Uh -huh. és, nem, és, bólogatni kell, csak rá vagy az előző igazgató ezért mondott fel. Azt mondta, hogy ő nem lesz bólogató. Nyilván. Ő szembe ment, hát amíg lehetett, és amikor már nagyon nem lehetett, akkor inkább felmondott. Aha. Mert hogy, mert hogy ő ezt, tehát hogy érted, hogy belül érezte azt, hogy ő ezt nem tudja elviselni lelkileg, hogy, hogy valamikor azt kell mondani valami, hogy igen, pedig száz azt gondolja, hogy nem. Oda van rakva, mint egy báb lényegében. Igen, igen, és mondaná, nálunk, hál' Istennek nem is, támunk tényleg nem ez van, mert hogy vannak olyan iskolák, ahol tényleg oda helyeznek valakit, aki az igazgató lesz, aztán igazából csak valakinek van uh -huh. valaki. Nálunk amúgy ilyen soha nem volt, én tökre örülök neki, hogy ez így van, meg jól lehet beszélni más, a néha van is összezőrenés, de hogy jól meg lehet mindent beszélni, meg ilyenek, de hát amúgy rendszer szinten, meg amúgy olyan dolgok folynak, meg vannak, hogy fú, tehát, hogy így, az ez tényleg kemény. És, és mondom azt, hogy valami el döntve fönt, valaki által, aki tudja ki és akkor lejön hozzánk, mint utasítás, vagy bárkihez, másik iskolás, és akkor old meg, a munka legyen elvégezve, vagy hogy mondjam. Nem, nem, így, így, nincs, nem tudsz feltétlenül így ellen. Basza. Hát értem mire gondolsz, abszolút. Tehát hogy, tehát, hogy itt nem feltétlenül az iskolákkal van a baj, vagy az, az ott dolgozókkal, nyilván van ahol igen, de hogy... Hát az meg egész az... rendszer a közepétől ja, ja, ja. szó rossz, Igen, rossz. de az ami, az ami föntről megy, hát figyelj, én egy olyan sztorit, saját osztályommal vonatkozik, <coughs> hogy mi úgy indultunk el, hogy én szóltam, hogy fó, hogy szoftware ide akarom őket vinni, az én osztályom legyen az, és én fogom majd tanítani nekik és hogy ez ezt jártam, még indulás előtt jártam oda egy csomót, hogy akkor akkor akkori igazgatóját ezt, hogy ezt csináljuk, és nézzünk utána, hogy lehet, mit kell a stb. És végül azt a választ kaptam, hogy oké, elindítjuk úgy, ahogy szoktuk, hogy ez a rendszerüzemeltető és alkalmazás kezelő, amire, amit te is mondni, ugye elvégeztél, és hogy majd tizedikben, mert az új rendszer már így van, ott ugye a alapvizsga után, mert addig mindenki ugyanazt tanulná, ott majd választhatnak, és akkor majd választják a szoftverfejlesztőt, és akkor mehetnek a tizedikig. És akkor lejött a főnök, és azt mondta, hogy hát egyrészt úgy, úgy kellett volna indítani. Én amúgy Romániába mentem éppen koncertre, úgyhogy még csak válasz lehetőséget se hagytak, hogy én vitatkozzak valakivel. Mondtam, hogy hívjanak föl még Magyarországon, azt mondta, hogy nem, nem kell fedni, az rendszer azt mondta, hogy hívjanak, de nem akart. És azt mondta, hogy, hogy hát nehéz ez a szoftverfejlesztő, így, meg amúgy is egy ember tanítani, ugye én és hogy az nem oké, Ez, ezzel tisztában vagyok, hogy szerintem is jobb lenne a többen mert tanítanád, de a hálózatokat is egy kollégám tanítja. Tehát, hogy a kettő között, ha emiatt akarsz választani, ne emiatt vacilálj, tudod. Akkor tőlem bekérték az összes egyetemi tárgyamat, meg ilyenek, és Jézus, akkor valami, valami mind. indokkal az lett mondva, hogy végül annak után néznek, aki meg ugye tanítja rendesen, na mindegy. És akkor, és akkor végül az volt, hogy hát hogy az a mondás, hogy a országos szinten a rendszerüzem, vagy a szoftverfejlesztői, az ugye nem, nem, annyira egy könnyű, hogy a diákoknak nem, nem annyira megy, és hogy, és hogy nem jó eredmények szoktak lenni, és hogy emiatt nem, nem engednék ugye indítani. És az, az, a furcsa ebben, hogy azóta meg azt látjuk, hogy amúgy mindenhol máshol ez indulhat, csak nem indulhatott. Ja, Istenem, ott valakinek van nagyon zavart. Nem tudom, hogy mi az oka. Én, én, hard, én próbáltam harcolni utolsó pillanatig ezért, de nem, nem Az volt a mondás, hogy engedjem el. Mm -hmm. És az osztályom is azt szerette volna, mert, ugye, mint ahogy már említettem, nem volt jó hálózatanáruk, és utána éppen se volt jó hálózatanáruk. Amúgy az a vicces, hogy elhívtunk egy olyan embert, aki amúgy vizsgáztat ilyet, és ő is rosszul tanította. De jó. De És akkor így, tudod, és akkor így ez nagyon rossz, és így. Most ilyenkor mit mondja? És én tudom azt, hogy ő neki ez most nem jó, és tőlem várnák a megoldást, és én arra szóljáztam magam, hogy nem tudtam megoldani, mert tényleg úgy voltam vele, hogy a végsőkig el akarok menni ebbe a kapcsolatba. Mm -hmm de én is úgy éreztem, hogy valahol falba ütköztem, és nem tudom utólag, mert utána évve is még, hónapokig mondták, hogy de nem lehetne valahogy mégis, nem jó, ez se így, meg nem tudom. És hogy utólag is, azt éreztem, hogy basszus, biztos megtettem mindent, vagy, 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 kellett volna még valamit csinálnom, vagy... És, és igazából nem tudom. És tökre sajnálom, mert én is szerettem volna úgy azt tanítani. Az, egy, az olyan lett volna, hogy ott tényleg ott csak a szoftverfejlesztésre megy rá. Tehát mobilabb fejlesztés, tudom, a komolyabb webfejleszti és C-sharp is lett volna, be, nem tudom, tehát tényleg tök jó lett volna, meg én tudtam volna mindent amúgy tanítani, még akkor is, hogyha nem így gondolják. Ja, én valami ilyenbe kötött bele valaki, nem tudom, hogy a webnél valamit rosszul tanítottam, de nem lett megmondva, hogy mit csinált, si. új... én meg így újltam, hogy oké, azt ugye tudják-e, hogy a programozásban általában egy dolognak van több megoldása. Hmm. <laughs> és nem biztos, hogy az egyik jobb, mint a másik, vagy csak más úton közelíti meg. Szóval fogalmas, hmm. is, hogy mi volt az, mert ez nem derült ki nekem végül is. Uh, de, de ja, uh, így akkor ez, ez abban maradt, hogy akkor ők maradnak ezen, meg aztán a következő is így indult, aztán meg ugye befagyasztották, hogy nem indulhat a, a nálunk a, ez az egész infó szakma, és akkor lehet a a gépészet, amihez még se épület, se gépek nincsenek, de biztos lesznek. Na, pedig. de az, 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 úgy jó. Péld. Fejbe lesz majd a gépészet. Uh, igen, és szerinted a routereket hogy programozzák, amik nincsenek jelenleg, és már 13-ban kellene legyenek? Azért mondom, hogy <laughs> majd, majd fejbe. Minden évben van egy ilyen ígéret, tudod, hogy kapunk eszközöket. Aztán néha kapunk is amúgy. Az a volt, hogy ezek általában a közbeszerzések, akkor az meg is pályázd, kapd is meg, nem kapod meg, megkaptad, de mégse kaptad meg. Ez nagyon nehéz, nem tudom a több iskola ezzel, hogy állam úgy. Nem látok ebbe bele. Hát, nálunk csak Packet Tracer volt, végig nem kaptunk eszközöket amúgy. De még egy, még egy számítógépet se laktunk össze, semmi vágon. Igen, mondjuk az gáz, a régi rendszerben még ez elég volt, de az újba. Már benne van a tananyagban, hogy kéne fizikai eszközöket programozni. Vagy ja, hát, hogy ez bár benne van akkor. Fizikai hálózatépítés, ha sok ilyen régi eszközünk vannak, nem olyanok, amiket lehetne. De az a baj, hogy ez az eszköz hiány, ez, ez kiterjed sok mindenre. Tehát hogy, tehát, hogy én amikor ide jöttem dolgozni, van olyan gép, amit még mindig használunk, és már akkor is régi gép volt. Az igen. Számítógép, tudod, és így. Nem tudom, ezek nehéz, mert nehéz hozzájutni ezekhez, hogy nem tudom, hogy, hogy melyik iskola, hogy jut forrásokhoz, biztos van, aki közelebbül a tűzhöz, valaki távolabb. Mm. Most uh, mi, mi, mi közel vagyunk amúgy Felcsúthoz, <laughs> és, és azt, hely, látjuk, hogy, hely. Hogy azt látjuk, hogy a Felcsúti iskola, az nem technikum egyébként, az, az, az mindent megkap nyilván. Hát, Hát ott azért, föl tudnak húzni a nyár alatt egy plusz épület szárnyat, tudod, meg ilyenek. Jaj, egyébként jaj. a ami nem állami, ez nagyon látszik, hogy ami nem állami, hanem magán vagy, vagy egyházi iskola, ég és föld a különbség a épületminőségben, illetve eszköz, eszközparkban. Uh -huh. És az lá... nálunk volt egy iskola, aki egy évig itt volt fönn a második emeletet, kibérelték tőlünk, úgymond. Hát, mert azt mondták, hogy mi fogadjuk őket, és pont. Viszont nekünk a főső emelet be volt ázva, és olyan volt, hogy nem volt padló, mert felpöndördött, meg ilyenek. Uh -huh. És képzel, képzeljétek el évekig imádkoztunk, meg, meg küldtünk fotókat, hogy kérjük, hogy szigeteljék le a plafont, hogy ne be az iskola. Volt olyan érettségi, hogy folyosón végig vödrök voltak, amiben csöpögött a víz. Awesome. <laughs> És ö, emiatt, hogy ez az iskola, ez, a, ez egy Biatorbágya, népült valami baptista technikum, ne, nem akarok ilyesmit mondani, bit ez a nevük Biator, vagy uh -huh. innovatív technikum. Ez a, az a lényeg elvileg, hogy ugye meg, meg, van támogatva ilyen egyházi oldalról, azt hiszem, de az a lényege, hogy ilyen innovatívan más szemszögből közelítik meg, például minden diák kap laptop volt alapból, 9 meg ilyen, és amit én láttam. Meg, meg teljesen ilyen szabadabban gondolkoznak kicsit, vagy legalábbis ez a kifele a mondás. Nem tudom, mert nem látok már bele, hogy a 9 voltak csak itt, mert nem készült el az épület és mi voltunk úgymond legközelebb, aki tud adni hely, nekik. És viszont cserébe megcsinálták a fölső emelet, úgymond patentra, lett no lett mindegyik teremben légkondi fönn, meg ilyenek. Csak fura, hogy ez kellett hozzá. <laughs> és akkor csinálták meg a fűtést is, a tetőt is, azóta nem állszunk be amúgy. Hát ezért kell szellőztetni ugye reggel. Uh, ja, igen. Amit Lát, ugye mondtak. Az a megvan, szellőztes. Amúgy, lőztessé. amúgy, amúgy ez, egy, ez, egy fura, ez egy fura, dolog, igen, nem tudom. Szóval, hogy ez, ez kellett hozzá előtte, hiába szóltunk egyszerűen, és ez nem, ez iskola specifikus. Én jártam más iskolából, tartottam tök mindegy melyik városban ilyen órát egyszer nem szülességből, csak úgy ideiglenesen, mm -hmm. inkább így mondom, ilyen óradóként. És egyébként az az épület sem volt egyáltalán semmilyen szempontból jobb állapotban. És rengeteg olyan iskola van, aki, ahol nincs, ha nincs megtámadva egyházi oldalról, vagy, vagy nem magán, vagy nem tudom, vagy nem valakinek a valakié az országban, egy csomó iskola omladozik. Igen. De hogy, de hogy szó szerint, hogy már nah, kb jobb lenne lebontani és újraépíteni, mint foltozgatni. És ez országos szintű probléma szerintem. Hát rettenetesen. Ez országos szintű probléma de ez, ez, ez Ez amúgy, hát a kórházakban is amúgy igazából, meg, meg minden ilyen állami igen. épület nagyjából ilyen. Ez, igen, ezt már amúgy. megszoktuk, az a baj. Erre a nincs, nincs büdzsé gyerekek. Erre nincs, másra van. Mm, igen, én is mindig ilyen stadion meg mondok, aztán van olyan, aki ellen mond ilyenkor, de jó az a stadion. jó jó az mondjuk. a stadion, csak minek belőle ennyi egy ilyen pici osztály, Én, meg én meg már, várom a Biskei stadion épülését. Hát, amúgy. Még, 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 nem majd, hogyha MB3 majd Figyelj, ré, régen volt egy ilyen felcsútró Biskeig akarták kis fasotet, tudjátok. Én a, <laughs> én, a leg, én a, legelején mondtam az első streamek egyikében, ha ez megtörténik, onnan lesz a közönség livestream. Ennyit. Meg, megtriplázzuk a forgalmukat, meg, meg, meg. Én, én, ezt meg. Hát még remélem, nem hogy... nehéz megtriplázni. szerintem. én remélem, hogy sose történik ez meg, is nem hozzák ki a kis Hát mondjuk ott már rá precedens, hogy sose volt, hogy soha, aztán látod, mi történnek. Igen, de mondtam ilyet poénból, úgyhogy egyszer meg kell csinálni, ha megtörténik, ez már ez van. Ez nagyon parádés lesz. Mm. Hát még itt vissza tudunk kötni amúgy a, arra a lányra, akit mondtunk, hogy a tanár ugye zaklatta őt, vagy hát nem zaklatta őt, hanem konkrétan uszította a gyerekeket uh -huh. a kislány ellen, és úgyhogy ez egy telefonnal lett felvéve. Na most uh -huh. már az a telefonba se vihetné. Tehát akkor, Igen. hogyha ilyen dolgok vannak, akkor mégis hogyan tudnák megszerezni a bizonyítékot? Ez, 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 ez hogy elvenni, elvenni, a gyerekektől azt, ami, a, ami köré épül most már a világ lényegében, hogy, hogy minden digitalizálva van, digitalizálással tudunk tanítani is amúgy, tehát van, a, van amit tudom én, kahút, biztos használtad már, Gergő, hmm. tuti. Rengeteg én, meg, kollégám ilyen használja egyébként, törinél, töri meg ilyenek, amúgy nagyon sokat használják. És hát, ezt ez miért akarjuk elvenni a gyerektől? Vagy, vagy hogy ennek, ennek ez a módja. Mert én például kaptam több nézőt, és ezért vannak fiatalabb nézőim is, kaptam egy olyan videót, hogy mutatta, hogy 7 órára odament az iskolához, és akkor a során az iskola mint mintha valami valami ingyen dolgokat osztogatnának. És azért, mert a portál le kell adni a telefont. Igen, és és beírják az az a késést is, hogyha igen, amiatt késel. Igen, igen. Nálunk ez annyi, annyiból nem olyan gond, hogy nem vagyunk a nagy iskola. De ha hm. ez mondjuk egy pesti ezer fős, mert van ilyen iskola, gondolom ilyen volt, ha volna kaptad, valószínűleg ilyen, igen. Igen, 500-600 ezer fős iskola. Hát így az, de... az egész utcán, a... egy, egy baszott, baszot, nagyon hosszú soron. Wow. Szerintem az probléma, igen. A... Nálunk azért nem annyira nagy gond, vagy én nem szoktam látni, láttam már sortér is főleg az elején, de hogy nálunk nem annyira jelentős, mert nem annyira nagyon sok diák szóval mi nem vagyunk olyan nagy iskola, azért, érted de nem mond. is szeditek be mindenkitől, mert mondtad, hogy te az órán teszed ki, de akkor valakit meg a partnered, Nem, be? nem, nem, ez, nem, én azt mondtam, hogy régen így volt. Ja, de most már bekeszedniük. Ja, most félreértettél akkor igen, vagy én mondtam szaró, hogy ő, én, engem azért nem érdekel annyira ez a mobil beszedés, ez volt a mondatom régebben, Ö, mert hogy én amúgy eddig is mindig kitetettem ja, az ja, ja, igen, arra, van, igen, igen, mert, hogy az infoterem eleinte én, én, úgy voltam vele, hogy én nem vagyok hajnodó kitetetni, engem ez így nem izgat. De aztán eljutottunk oda, hogy volt olyan, aki ugye folyamat csak azzal foglalkozott rá, azt nézte, nem tudom, és akkor muszáj volt belátnom azt, hogy hiába vagyok naív, meg jó iszemű, hogy oda fognak figyelni, nem fognak, akkor legyen az, hogy akkor kitettetem. És akkor uh mm -hmm. csináltam egy laminált ilyen lapot, és azt kiragasztottam oda az épp telefonok, és akkor nyilak le, hogy oda. És akkor oda kellett mindig letenni a telókat, hogy jó pár osztályéket meg is tanulta, és már mindig maguktól tették. Volt, akik kreditesek voltak, ideig nem tették, aztán csinálták, de nem volt vele gond, mert érted, akkor órán letették, vége volt Zornak, fölvette, ment kövi órára, vagy akármilyen szünetre. Tehát engem ez ennyire nem érint, egyáltalán nem érint miatt Más tanát lehet, hogy igen, meg annyi mobilozással mindig ófőt, ófőt, kellett beírni. Az volt a mm -hmm. Hogyha volt ilyen, néha nem is megesett, de amúgy ritka volt meg ilyen, mint ahogy mondtam, hogy nem vagyok a hiva beírásnak, ilyen inkább akkor nyilván szóltam, hogy ne ilyen többet rakjuk ki, nem tudom, és akkor amúgy általában nem volt vele többet gond. Ha nyilván visszatérő volt, akkor többet szerre írtam már, de én, én első alkalommal ezeket nem szoktam én inkább először beszéljünk. Aztán hát az utána, hogyha hogyha nem ért a szóba, vagy nem tudtunk megegyezni, akkor lehet később esetleg, hogy beírom, de ez nagyon ritka. Tehát nem, nem uh -huh. általában nem kell ideig eljutni, vagy ha igen, akkor mondjuk ő többi, többi tárgy meg többi szempontból már lehet, hogy nem lesz az iskolában hamarosan. Tehát. Hogy ha ilyen van egyébként, akkor máshol is gond van vele, nem csak nálam. Persze, biztosan. el. Uh, viszont igen, amit kérdeztél, mindenkinek ki kell, hogy be kell adni telefon, nálunk ez úgy működik, majd majdnem meg tudnám mutatni, mert itt van szemben az ajtóval a terem, ahova rakják be a telefont. Van egy ilyen irattárunk nekünk, úgymond, van egy nagy vitriás üvegajtós ilyen régi szekrény, és minden emeletre, vagy hogy mondjam, minden polcra ki van írva, hogy melyik osztály. Aha. És van egy ilyen, vett, vettek az iskola, azt hiszem, ilyen tök, egy tök jó kinéző dobozokat, nem ugye, masszú, a kartondobozokat, és buborékfóliát amivel a leveleket, ilyen, az ilyen törékenyebb dolgokat föl tudod adni, a buborékfóliás Hát a belső buborékfóliás kívül mm -hmm. van, van. Rendes, ja. Így van, és akkor kívül rá van írva az osztály meg a név, és akkor oh. abba tudja beletenni, és akkor mindenki a saját osztályának van fak, hogyha van csoportbontás, ott van, hogy szétszették két tüzére már egyébként azért, hogy ne legyen gáz belőle, és akkor mindig oda kell leadni, az első tanára aki van vele, a szedi be, onnantól a későbbnek már a portás, és mindig, hogyha valakivel utolsó órád van, tehát nem feltétlenül az én utolsó órám, lehet, hogy nekem még van egy nyolcadik órám, ilyenkor szoktak gondok lenni, mert most akkor előbb hagyjam abba az órát, vagy menjen le a szünet vele, de akkor nem el a gyerek a buszt, Amúgy, amúgy ezzel, ezzel van bajom egyébként, mert most nekem például az emeletről le kell mennem mondjuk hatodik vagy hetedik órába, ha mondjuk neki utolsó órája, vissza kell adnom mobilt az egész osztálynak, öt perc is a szünet akkor már, nyilván becsöngetnek, 7. Hmm. és 8. között. Már nem értem fel az óra fölmegyek, de akkor azt órát is előbb abba kell hagynom, mert lehet, hogy van, akinek 3 óra, 5 perckor megy a busz, a nekünk 3 koron vége 8 ja, órának. Szóval ez, az, ami, ez az a része, amit én nem szeretek, és amúgy ez érdekes, hogy először azt mondták, hogy ez központi szabályozású lesz. Magyarul ők megmondják, hogy hogy van, és úgy csak úgy lehet. Majd rájöttek, hogy ez nem fog működni. két kaptunk egyszer egy ilyen infót. Rájöttek, hogy ez nem fog működni, és aztán azt mondták, hogy jó, akkor az iskola oldja meg magának. Először valamit akartak, hogy ilyen központi szekrénybeszerzés lesz, nem tudom. Először erre volt szó. Szóval most ez valakinek, uh -huh. valakinek a sebétom te van, vagy nem, azt nem tudom, de végül ebből nem lett semmi, nem tudom, hogy még nem lett, vagy már nem lett. Uh -huh. De például a hugomat tudom mondani például, hogy tök más, egy francia kétanyelvű iskolában jár, Pécsen, és nála például nem szedik be, hanem uh -huh. a tá táskádba kell lenni, a telefonnak is, hogy és ennyi. Ezt hallottam úgy több helyről is, hogy sokan így csinálják. Igen, csak ez nagyon érdekes, hogy most, akkor most mi, mi pontosan ez a, mert hogy ugye már a madás vagy melyik iskolának meg kirúgták az igazgatóját, amiret. Így van, így most van mert ő azt mondta, így, hogy nem fog e ehhez asszisztálni. Igen, de az a probléma már hogy akkor most egy csomó helyen így csinálják, akkor most ez gond vagy nem gond? Mert mi nem így csináljuk, mi tényleg beszedjük mindenkit. Uh -huh. De... És szerinted jó beszedni amúgy őket? Amúgy az osztályomat kérdeztem, azt mondták, hogy megszokták, és jó már nekik így el vannak ezzel, tehát hogy őket így nem zavarja. Nem, jó, most én most már nyilván már felnőtt hogy Meg az, az a zsugáz, itt falom. a piros, hol a piros, így jó, ez a szünetben. Hát mennyire. lehet, hogy néha igen, helyette más dolgokat csak nem tudom. Az én osztályom azt mondta, hogy őket annyira nem izgatja, hát függetlenül kérdeztem eleinte őket, mert minden diák, minden osztály megkérdezett, hogy mi a véleményem erről. Uh -huh így éve szóval nyilván el mondom, hogy én mit gondolok erre. Nyilván általában azt mondtam, mint nektek, hogy engem annyira nem érint, amiatt, hogy eddig is kitetettem. Ők is ezt mondták, hogy igazából a legtöbb tanár kitetette, szóval ők se értik, hogy ez most... Ők, őket az zavarja, hogy mondjuk szünetbe nem lehet náluk. Uh -huh. Ö, aztán utána azt jött. Mondjuk, egy... Nem is értem. Utána hallottam egy ilyet is, hogy ilyet is be akartak vezetni, a tanárnál se lehet a mobil. Na, ott, ott felhúztam nem, nem? azt én aztán ezt nem vezették, be, vagy én nem hallottam erről. De mondom azt, hogy, és akkor mondjuk történik egy baleset, akkor el kell futnom ott esetleg egy két emeleten keresztül titkárságra, közben a gyerekkel meg nem tudom, mi van, szóval mondjam, mondjuk érted? Tehát, hogy ez egy fura, hogy most miért ne lehetne a tanárnál. sokszor az van ezek a döntésekkel, legalábbis szerintem, hogy ülnek fönt valaki így az irodába az asztal mögött, és így éppen így két fikázás között így azon gondolkodnak, hogy az mit kéne még megcsinálni. És olyankor születnek az ilyen nagy ötletek. Kurva jó ötletek tényleg. Hát nem tudom, hogy ez a mobilos, vissza akartam csatolni esetleg, és ez most ott eszembe, hogy mondtad, hogy mobila vették föl azt az esetet például. Igen, igen. És egyre több ilyen eset bukkan ki, és hogy, hogy igen, hogy, hogy nem mindig a kormánypárt, pont a kormánypártunkhoz is kötődik általában, ami történik. és nem politikában nem is akarok belemenni feltétlenül, de hogy, de hogy mégis ez egy tény szerintem. Persze. Volt az az atya például, <laughs> Pesa, atya, igen. Akkor, a volt a, akkor volt, a, a eset, ugye, akkor izé, a ugye? Akkor volt, egy olyan eset, hogy a általiskolába levetkőztette a gyereket a tanár. Ú, az alsó alsó az... az, az főt, Azt nem üre. Ez borzasztó módon főkült. nem is az, vágtam. Vagy... Így nevelési céllal. Ja, hogy azért vetköztettél le, hogy osztán megalázza. Mert, hogy, rosszul viselkedett, igen, igen. Igen, igen megalázás miatt, igen. Hát mondjuk az oh, ilyet az azt ütném én fejbe nem tudom, mit gondol. Na de és tényleg most, hogy az ilyenekről nem tud a gyerek bizonyítékot csinálni, és a, 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 tehát, ezt ez ezt nyilván, nyilván nem egy olyan eset, hogy minden napi, de azért látjuk, hogy egyre több Elég ilyen fóri, van, ugye. és pont ezután jön képbe egy ilyen törvény, hogy akkor a gyerek nem vihet be, izé, telefont, akkor már hát nem Kicsit tudom. Kicsit gyanús. Meg, meg, meg nem is telefon, konkrétan így van beleírva a törvénybe, hogy ö, fénykép, videó és hangrögzítése alkalmas eszközt nem lehet bevinni. Ja. Tehát konkrétan ez a célja, bazd meg. Mondjuk mondjuk így... Mi csak a telefont vesszük el egyébként, az így nem, is, nem ismerült föl, hogy mást is el kéne. Hát ja, de majd mondjuk egy okos De amúgy elvileg az ilyen okos órák, meg az ilyeneket is el kéne, amúgy úgy tudom, igen. Hát ja, Az amúgy. Apple Watch-on simán tudsz puskázni, meg nem Hát tudom, az már nem... bármi. Én nem tudom, de hogy most... Ja, az fels, hát igazából ugye arra hivatkoztak, hogy már hogy ízjék, hogy, a, hogy jobban inkább kommunikálnak egymással, meg ilyenek. Hogy Jó, oké, 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 kommunikálnak egymással. De mi van, hogyha mondjuk nem ugyanabban az osztályban vannak, akkor hogyan beszélik meg egymással, hogy találkoznak a szünetben? Hogyha nincs telefonjuk. Uh. <laughs> én ez már képzelem. Hát ez az old meg. Old mennyi meg magadnak. Oda, oda a teremhez, és akkor jön az a vicces sztori, hogy it nálunk it. meg sokszor az van mondva, hogy amúgy ne járkáljanak már át egymás termébe. Aha. <laughs> Mert hogy, mert hogy van ilyen, hogy most ez egy fölmerült probléma, hogy tényleg az, hogy a kile egyik kilencedik ez ilyen, ilyen felsős, ilyen na nagyon, tehát hogy 13-osok följárkálnak fiúk, lányokhoz, tudod? És hogy... Már mondjuk, ők már, mondjuk, ők 20 évesek, a lány meg 15, lehet, hogy nem annyira... Igen, jön, az kicsit a necces. nem is az, hogy oké, okay, iskolán kívül nekem minden is járnak, csak hogy a, a iskolán volt erőző, hogy ezt próbáljuk meg megfékezni azért. És akkor kijött ki ilyen, hogy akkor ki lehet rakva, hogy akkor folyósulfelügyje felügyelet két tanár, uh -huh. és akkor legyen, legyünk fönn, de ezekkel meg annyira hócipőm tele van, hogy uh -huh. rövid a szünet. Van, hogy a szünetbe belelóg az óra. Nekem ki kell kapcsolni a gépeket, vetítőt, nem tudom. Mennek ki a diákok. Van, aki akar mesélni valamit, kérdezi akar egy informatikai dolgot. El akarok menni mosdóba, enni akarok egy falatot, nem tudom. Persze. És akkor meg felügyeljed a folyosója. És akkor egy olyan folyosó, amit nem is tanítok, csak heti egy órát. És amúgy olyan szar az órarendben, valahogy mindig úgy érzem, hogy én szopom meg a legjobban, mint egy, egy évek óta, komolyan olyan órarendben, tudom, hogy nem szándékosan csinálják, és az óraadók miatt van egyébként, mert uh -huh. ha óraadó vagy, te azt mondod, hogy ráérek csütörtökön, old meg iskola, kiszopja meg, teszem fel a kezemet, hogy én meg a többiek, akik állandó ja. vagyunk, mert ugye mi bármikor beosztatók vagyunk, ő meg azt mondhatja, hogy hát én ráérek csütörtökön. Hát én is így voltam hát, először. Azt mondtam, most. hogy egy napra hozzátok be, és beosztottak egy napra, az sem informált nekem. És ezért olyan óra van például, mindjárt ezt azt megnyitom, mert akkor tudom pontosan elmondani. Hétfőn úgy néz ki, hogy van egy első, első óram. Uh -huh. Utána van kettő darab lukas órán, van kettő darab órám, egy darab lukas órán, és megint kettő darab órem. <laughs> Ez a hétfőm. Ja, az és én nagyon, nagyon utálom ezt, mert akkor vagy kelljen később kezdeni, vagy végezzek előbb, meg úgy egymás után. Az egymás után 8 óra, az durva. amikor Volt egy év, amikor ilyen 32 órán volt, ami, vagy 30, ami ilyen 10, 11 órás túlórát jelent. 32 volt, igen. És ilyen osztályfőnökként 21 órát lehet. Uh -huh. És 32 volt, és majdnem megdöglötte abba az évben. Ilyen, én azóta nagyon nagyon úgy vagyok ezzel, hogy én nagyon kijelentettem, hogy nem vállalatról. Hát mindig sikerül kapnom, idén is, nyilván. De nem annyit legalább. De hogy uh -huh. akkor nagyon szar volt, ilyen, hogy nyolc volt egy, és olyan agy halott voltam, te hazamentem, és így bámultam a fehér plafont. Egy fél órán keresztül. Mert nem bírtam gondot. Hát Ez ki tudja égetni az embert a hát Már csak az, hogy rengeteget beszélsz. De az hogy, még, az hogy, még, az, még próbáld átadni nekik, meg mindent, tehát az azért már nem az a kategória, hogy mondjuk streamelsz 30 embernek, no. hanem az azért már ott vagy élőben, és ott azért valamit le is kell tenni az azt Nem, most Nekem, nekem még egy van rutinom, így most tényleg a streames miatt is, meg már mit a zeneiskolába jártam, mondom, hogy nem tudom, hogy a, ilyen, nekem soha volt, nem volt lámpalázom kiállni közönség elé. Uh -huh. Ilyen szempontból, meg ez így, nincs ezzel gondom, meg átbeszélek én nagyon sok izé órát, de, de agyilag is megterhelő oda koncentrálni annyi órára, hogy az tényleg, és azt, hogy már például én abban az évben azt, hogy is ezt bevallom tőled és nem tudtam készülni az órákra. Bele tanítottam, és utána zombi voltam, és örültem, hogy megszabadultam. Uh -huh. Hát, ja persze, meg most érted, hogy már 8. órába, már se a diáknak, se a tanárnak nem fog az esze olyankor már. Ja, hát ez az volt az... egy év, amikor péntek nyolcadik órán volt. <hül> Na hát igen. Akkor mindenki menne a picsába. Hallott, szegények bejöttek, és így, tudod, néztek rám boci szemekkel, hogy én, hogy én meg tudod, én meg nem engedhetem el nagyon előket, mm -hmm. mert hogy amúgy, mert hogy amúgy érted, én azért kapom a pénzt, mert órát tartok úgy mondtad, hogy ezt jogosan mondanám, mondjuk a főnököm úgy mondta, és igaza is lenne. Csak hogy annyira szar a szituáció, hogy nekik is igazuk van, hogy a tökük ki van már az egészsel, és péntek 8-ban aztán, és jaj, szakmai programozás volt, teszem tehát, nem, ez, tehát, ez, nem egy ilyen, nem egy ilyen óra volt, hogy tesi. Valami, ismeret. A, vagy valami, de tesi például, hogy, el, hogy focizol hogy valami, pont, hogy még mm. jót is tesz, hogy izé, hogy kosarsz, vagy akármi. De hogy nem, nem egy tesi volt, egy ének, egy akármi, nem mondjuk technikumban ilyen óra sem Etika, vagy nem tudom, tudom, ami kicsit lazább osztály, ja, ki nem van, jó tanul. etika. És rású szegények félcsoport volt, a másik fele meg már végzett. Szóval, hogy, uh -huh. hogy bejött a, az osztálynak a fele, és tudták azt, hogy a többiek már mennek azok, meg itt szoknak 8 a Hogy Hogy Igen. Egyszer volt ilyen, amúgy, utána mondtam most soha többet, tehát, hogy ezt nem ez se diáknak, se tanárnak nem jó. Nyolcadik órák, amúgy is neccesek, Meg lehet tartani őket, de péntek 8. az már ez a, az a szopás a négyzet. És tényleg nálok, ez a 0. óra ez van. Nincs. Nincs azt soha nem mondja, is. Király. Soha nekem is volt soha sokszor. Volt. Soha nem is volt, tényleg? Nekem ne volt. is volt. Nekem soha nem volt még diákként sem amúgy. Volt ilyen, fölmerült, de akkor én mindig mondtam, hogy hogy azt értsük meg, hogy én vidékről jövök, Szigetváról uh -huh. jártam Pécsre, bejáros voltam, a tévig, és én mondom, hogy itt nem, tehát hogy akkor nekem így a hanyali ötös ös buszon rajta kéne lennem, hogy ne haragudjatok már, de azon nem leszek rajta. Uh -huh. <laughs> és nekem, nekem az iskola 7.40-kor kezdődött. Nektek mikor kezdődött az iskola annak? 8, de hogyha volt 0-dik, akkor 7.15 talán? Most ezen agyalok, mert nem 8-kor kezdődött, 7-30-kor az első óránk. Azt Na, nekünk 7.40 volt, de ahol én tanítok, most figyelj, 7.55. Nem Csíj. tudom De az nem, hogy jön ki? Nem, hát úgy jön ki, hogy 8. óra pont 3 órára van vége. Ja, aha. aha És nektek az. a na, na, nagy szünet milyen hosszú volt régen? 15 most perc. perc. akkor nekünk 20 olyan, perc volt, mert mindenki akkor ment ki cigizni, aztán... Nekünk, ugye ne, nek koleszosok a sok mentek enni, meg ilyenek, aztán ja, akkor... Ah nekünk is 15 perc, de amúgy nekem a gimiben meg 20 volt. És én olyan uh -huh. furcsán álltam ehhez mindig is, hogy itt miért 15, de akkor most ketten különbözőt mondatok, akkor ezek szerint ez mindig is. Ez szerintem iskolája válogatja uh -huh. persze. Vagy de nem csak kerület. én, én mindig abban éltem, hogy mindenhol 20 perc tudod, amíg nem uh -huh. kezdtem el tanítani. Én is azt hittem, minden, hogy minden ugyanolyan a mondja dolgok. 10 perces szüneténk, azt volt 1 vagy 2, 15 perces, de az a 7. 8. között. Sőt, már a 8 -dik között, ott, meg csak már 5, 5 perc. perc. Igen, nekünk Aha. is a 7 -dik, 8 -dik között már csak 5 perc. Mert egyik tanében tanévben valami én jó, jónak gondolták azt, hogy etikát raknak be, Geci, 9 órára. Mi az etika tanárt? Elzavartuk. <gül> Elzavartátok? <gül> <Hallottátok>? <gül> <gül> és hát nem, nem, mi. Mert volt, volt egy olyan... <laughs> de tényleg elképzelem, hogy ki elküldtétek, hogy ki nem tartasz nem, szóval. a, mi osztályunk az, kegyetlen volt, de olyan szinten nagyon, hogyan mondjam, idiót a gyerekek voltak. De nem feltétlenül van rossz értelemben, uh -huh. de nagyon nagyon-nagyon nem, nem, hogyan mondjam. Le, nehéz volt őket fegyelmezni, maradjunk uh -huh. annyiból, és ennek a nőnek ja, nem tudom, nagyon ment. Igen, ez és az... ö, azonban, hogy vágott, sírva ment ki az osztályból. Ne, szóval De, mert terhes volt, és izé, kérdeztek el, hogy fiú vagy lány lesz, és az, az egyik másik srácban meg válaszolt, hogy vagy mindkettő, vagy egyik se. És ezen, e, e, oh, ezen elkezdett sírni, és nem is ment vissza az iskolában amúgy. Mi, miután elment ugye, a szabadság. Kettő még fura, hogy ezt így magára vette. Tanárként kell tudni elengedni néha hogy mondatokat. Szóval Lássza. nekem, nekem, na, egyszer volt, úgy, ne, figyelj, nekem egyszer volt... gyerekek. nekem egyszer volt ilyen, hogy tartom a mi órát, és fölcsesztem magam az egyik srácom, szóval nagyon így nem fiat, mert nem tudom, szakmai óra volt, és egy erőteljesebben rászóltam, hogy legyen hmm. szíves már, nem tudom, minden. És amikor kimentek, én is pont kimentem, csak nem a az hanem a másik irányban a rendszergazda van, mert ott szoktunk a dumálni, vagy oda megyek kérdéssel, van valami. És így hallottam a folyosói félfüllel hogy, fél hogy ez mit pofázik nekem az a kopasz geci valami, és itt mondott. És így, tudod, hogy megfordultam, és akkor így mondtam magam, hogy azt inkább engedjük el, és inkább nem. Tehát ő nem tudta, hogy hallom. Uh -huh. Ezt hozzáteném, csak mondta. Azóta se tudja egyébként, hogy hallottam. Most lehet, hogy meg tudja. <laughs> Mindegy. Mit hát Meg is meg, volt. Valamit, egy még, még, valamit még mondott hozzá, hogy leütve, egy vagy pofámba, szóval nem tudom, mit csinál. De hogy én meg elengedtem mindent, de úgy felcsesztem magam belül, de fizikailag elengedtem, és így mondtam magam, így magam mondtam, hogy nem is tudom, hogy mit, jó, majd kövek, nem tudom, iratok vele hogy valamit, tudod, így azért. De hogy ez egy mekkora egy ilyen, ilyen kisnyes geciség lett volna, hogy ezt csinálni tudod. Hogy felejtettem, hogy Mi, valamit. Ö... És ugye ez így, ez így ülepedett bennem, és aztán rájöttem arra, hogy ugye amúgy ez, ez, egy, ez egy fasság lenne, és milyen jó, hogy nem reagáltam rá rögtön. Mert úgy uh -huh. hirtelen, hirtelen sokszor nem jó egyébként szerintem. Yeah döntés. Sem semmilyen élethelyzetben. Ilyet hozzám mentem, ott magam, tudom, nem elmondtam a feleségemnek, tudod, hogy ez volt, nem tudom, aztán ő, ő meg mondta, hogy ezért, meg a francba, tudod. <laughs> és akkor így visszamentem, később mentem, tudom, mikor orán, már sokára, több nap uh -huh. eltelt, és így el is felejtettem, úgy volt, emlékszek rá most is, meg iszé, de nem esett jó nyilván, de hogy úgy voltam vele, hogy tehát kell tudni elengedni dolgokat. Nem mindig, nem mindig kell ez szív. És amit te is mondtad, hogy azt mondták neki, hogy értem, hogy érzékeny érintető valami, de hogy amúgy kell tudni azt elkülönböztetni, hogy amúgy lehet, hogy csak amúgy a srácnak is egy szarnapja volt. Nekem volt a ilyen lesz. diákom, aki nagyon összeveszett valamelyik angoltanára, vagy nem tudom, de utána beszéltek, és akkor elmondta neki, hogy ne arra ugyan amúgy nagyon rossz napja van meg. Ezért, hogy... Mm -hmm. És pont rajta töltötte ki, amit a nem. És hogy végül is megbeszélték, hogy nem gáz. Szóval, hogy van ilyen, de nem szabad magadra venni, mert nem biztos, hogy úgy, ér, úgy gondolja, vagy nem, nem, is biztos, hogy érzi 15 hogy 6 évesen, hogy ennek most milyen súlya van, amit mond. Hát nálunk erre bevett éve volt a tanároknak szokása, hogyha, mert én rendészetem voltam, már hmm. nem látszik, és nekünk volt egy önvédelem tanárunk. Van, igen, van olyan, igen. De Peti bácsi, az Jézus Isten, az a csávó, az, az minden is volt a hazai katonasságban és rendvédelmi szerveknél. Ja a mai napig kiár Amerikában lövészversenyek egy mit tudja, tehát egy hatalmas kopony. Hatalmas ja, kopony valamilyen... Az ember. Te belül is elismert. Ő, ő nagyon-nagyon elismert, itt ahol lakik itt a, tőlünk egy, hát nem tudom, 25-30 kilométerre, a tany, van egy tanyája, ott van egy lőtere, de bejegyezve rendesen, van tehát, egy tehát hogy oda lehet menni, meg mit tudom én. Ja. És, és mindig az volt, ő volt az egyik ilyen kannibál, a másik az meg egy kanibál. ilyen, egy olyan tesi tanár volt, aki mellette ilyen crossfit edző is volt. Azt. Awesome. És hogy onnan tudtuk, hogy valamelyik ö, osztály nem úgy viselkedett, ahogy kéne, hogy az aznapi tesi óráját nem a, a jófej tanár néni tartotta, vagy a csak menjetek a labdázatok valamit, hanem vagy a Peti Vácsi, vagy a Balázs, és akkor hogy hát... Néztük, uh. hogy ott valaki szopni fogna. <laughs> Ajaj. Uh, amúgy, hát ez ezek kemény. a sórák, ezek meg De a ut... nárok azok hú. De utána két-három hónapig nyugi volt. Hát, hogy... Jaj, ja. hát itt van, van ilyen én is észreveszem, hogy van ilyen, hogyha egy osztálynál egyszer, egyszer nem kell nem jó fejnek lenned, mondjuk, mm. mert amúgy úgy is ismernek, tehát érteni fogják, hogyha egyszer. 15-16 évesetnél még, még van, hogy kell jelzést küldeni amúgy. Mm. Uh, hogy na, jó, most itt van a határ, mert úgyis ki fogja próbálni, meddig van a határ, és ha gyenge vagy, akkor, akkor ugye el fog menni a határ, Igen. és akkor az lesz, amit meséltél. Viszont, és amúgy ki tudja, lehet, hogy már volt egy vetélés annak a tanárnőnek, és ezért, ezért -e ennyire. Lehet hogy, lehet, hogy ezért vette ennyire izi a, nem le, egyik ja, persze, persze lehetséges. Az, hogy, és, ezt, és, ezt, és ezt aki mondta, viszont tökéletesen. nem, ezt nem Tudja. Tudja. Meg csak, a többieknek akart viccesnek tűnni. Tudom, igazán, ból tudom, ból és ez jutott aztán. eszébe, persze. Szóval a szavaknak azért van ereje, tudod, és és ez azért, ez azért veszélyes tud lenni. De, de mondom, kell, kell, tudni elengedni dolgokat is, meg kell, kell tudni, mikor érdemes a határt ott meghúzni, hogy értsék, hogy hol van a határ, de, de közben nem kell, ezért, nem kell gecinek lenni, nem tudom. Meg én, én, sokan visszasírják ezt a kulcsomós, meg vonalzós éveket, tudod? Mikor oda Nem el. lenne jó amúgy, hogy főleg, én hogy szerintem, én egy, szerintem egyre több diák van, aki szorong, nem, meg, meg ilyenek. Persze, de nem, tehát nyilván nem. Tehát, hogy hogy valaki jó, de nem, nem ez a megoldás. Tehát, hogy itt nem. Uh, itt valahol tényleg, én amit eddig is hangsúlyoztam, hogy beszélgetni kell. És őszintén. De nem ilyen nem lenézően. Szóval, hogy, hogy amikor valaki úgy, vagy van egy tanár, mondjuk, vagy egy bárki felnőtt, aki úgy áll, mondjuk, hozzá, hogy ti még semmit nem éltetek el, kis nyomorék, kis gyerekek, ja, vagytok, hát az... vagy senkik vagytok, tudod? Ha már így kezdődik, ők is fognak valahogy állni ehhez az emberhez, és ezt ha egyszer ezt az első first impression megcsináltad, abból hát már, nem, igen. tudsz, ki, már nem tudsz kiszabadulni sehogy. Viszont ha meg, ha meg megvan a, a, kapos vagy a kémia, mert normális, csak emberként viselkedsz a amúgy. Ennyi, hát ez a lényeg. Uh, akkor, a amúgy hibázhatsz is. Nem, meg fogják érteni, és meg lehet beszélni. És én is van, hogy hibázok, elismerem, hogy hibáztam, vagy, vagy fölhívják el a figyelmem, vagy ők is van, hogy hibáznak, meg lehet ezeket beszélni. Egyszer volt matek, hogy én nagyon fölbasztam magam. És ott volt az asztal radír. És mondom, már fasz, meg ízomból eldobtam felé a radír, de tényleg. De nem őt találtam el, egy másik gyereket. Olyan. de hallod? De nagy, de úgy le, de akkor egy pattantam úgy. Ez saját volt, ez matek volt úgy. De Aha. hogy, én, de én rendes rosszul éreztem magam tőle. De hallod? olyan rosszul, amilyen rosszul még soha, nem tudom. De amúgy ő nem vette ezt így, hogy én, vagy nem tudom. És volt egy Lukas órám, és elmentem, vettem a srácnak egy csokit, vágod? <laughs> és, <laughs> és, és, dolg, izé, vo, aha, és volt vele órám, és így mondtam neki, hogy ha te hát szeretnék kérni, tudod. Uh -huh. és így röhögött, hogy hát, izé, köszönjük szépen, de hogy amúgy meg tudja ő, hogy így izé, meg nem tudom. Tehát, hogy, uh -huh. És akkor kilencedikesek voltak még amúgy, hogy ez lehetett volna úgy is érted, hogy akkor most azt mondja, hogy jó, hát akkor megyek az igazgatóhoz, tudod, nem? Ja, persze. Már amúgy, ja, amúgy részemről is, is volt nyilván, hogy nem hát tudom. Persze, csak, hogy... azért is, az is értem, hogy szorul. Igen, de hogy, ö, ja, nem tudom már mi volt pontosan, szerintem már az volt, hogy 15 ször elszólaltam neki, ne dumáljál, ez így forgott, mint egy, szép beonza, nem tudom. Izért <laughs> akarok mondani Beyblade-et, de azt a fiatalok nem tudják, mi ez a Beyblade már. Hát én, én tudom, jó a Most mostanában szoktam igen. látni, hogy TikTokon nyomják. Most megint nyomják? Minden búgócsiga nem tudom, szóval forgott, mint a busz ellen, hátra beszélt, mm. előre beszélt, nem tudom, azt már tudod, Föl, fölért az inger küszöböm. Aztán né néha egyébként egy sima hangfelemelés is jó arra, hogy ez. Ja, persze. hogy meghúz egy hogy most már ez sok, mert nem hallom a saját hangot. nekem egyszer egy... pánikromom lett ettől amúgy, mert tesít a tesítőn kiabált, mert volt egy olyan feladat, amit én nagyon nem tudtam. Én kosárra dobni nagyon szarul tudok. És vágod, uh -huh. volt olyan feladat, hogy... Megtanítalak, gyere! <laughs> <laughs> Na no, majd egyszer. De az volt, hogy a feladat, hogy sorba álltunk, és akkor mindenkinek kellett kosárra dobni, és akkor ment tovább a sor, ha már bedobtad. Uh -huh. És én ja. meg úgy attól fostam, hogy nem fogom tudni bedobni vágat, hogy egy egy egyáltalán ja, nem fog vaj. sikerülni. Mert már nagyon sokszor Igen. nem sikerült. És Igen, erre ráizéltem, és én, én nem akartam csinálni. Aha. És akkor elkezdett kiabálni a tanár, akkor még szarabbul lettem, és ki kellett mennem, a... rend rendesen ki kellett mennem. Mert kiabált velem, és egyszerűen nem, nem tudtam rám itt Mert mondom, hogy még akkor én fogok olyat mondani, amit én bánok, meg tudod És, és ja, mondom, akkor a... én inkább ezért vágod, Sírva fakadtam, és ki kellett mennem a teremből. vágod, a teremből És akkor utána jöttek. Utána jött, amúgy ugyanaz a srác, aki egy másik tanárt megsiratta, amúgy ö, ő jött utánam, miért mondta, hogy jó vagyok, megmostuk az arcomat, meg minden, nincs semmi baj, visszamentem, és akkor utána beszéltem a tanárúrral, és akkor elmondtam neki, hogy amúgy mm -hmm. ez volt a probléma, meg izé, ö, meg hogy amúgy azt is segített, hogy kiabál, és körül is bocsánatot kért tőle, mondta, hogy nem mm -hmm. tudta meg minden, meg amúgy akkor is nagyon, -nagyon rossz napom volt voltam, mert nagyon haza akartam menni, utolsó tesi óra no, volt, ilyen vagy utolsó óra volt a tesi, meg akkor is izé, ö, nem is tudom, nem, nem, nem is tudom, hogy mi volt akkor a bajom, de tényleg nagyon rossz napom volt, és akkor így, így meg tudtuk beszélni végül. De hát ez, ez a kulcs, ez, ez a kulcs, a kommunikáció, az emberi kapcsolat jobbik eset, ez hanem, hanem, ja. igen. Ez a jobbik eset, mikor ez van, amit most meséltél, amúgy. de va van az, amikor már tényleg elmérgesedik a helyzet, és tudom, amikor már már egyszerűen nem, a, 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 az osztály nem akar benni avval a tanárral, mert nem, tudom, minden bajuk van, fordítva is, esetleg a tanár is sem akar, vagy és akkor így ütközik a kettő, nem tudnak kommunikálni, láttam ilyet sokszor, és egyszerűen nem, nem tud megjavulni a szituáció már se, vagyis. Mert van ilyen, hogy egyik se enged, tudod. Mm -hmm, persze. A, az van ilyenkor, amit én is mondtam, hogy akkor tehát neked kell okosabbnak lenni, egy, akkor engedj te, vagy nem tudom, mert egy egész osztály nem fog. De hogyha látják a gesztust. Mm, ja, Látják igen. a gesztust, akkor, akkor úgy fognak hozzáadni, tudod. Ezek kis lépések, tehát hogy már ha valaki, akkor már nehezebb visszacsinálni, igen. Tehát azért az első benyomásnak kell jónak lennie, szerintem. Hát persze, meg az egy hosszabb folyamat, szóval, hogyha mondjuk még első órán van is valami, hogy azért az első hónapok határozzák majd meg, hogy éveken keresztül mondjuk mi lesz a viszonyotok, Szóval mm. lehet ez, csak tudod, van, van, lehet ez attól is, hogy tényleg, hogy ki hogy nevelkedett, meg ki hogy látja ezt a tanári pályát, amit meg korábban mondtam, szóval változó ez nagyon, és már remélem, hogy több olyan felfogású lesz, mint hogy én gondolkozom, mert vagy hogy több ilyen tanár lesz. Most van nálunk például tök fiatal csajsz, aki tanít valamit angol, talán, nem tudom. Uh -huh. Tehát hogy van, látok azért egy néhány fiatalokat, de például nagyon sokáig én voltam a legfiatalabb. És ezt úgy értsd, hogy én voltam mondjuk 24, és a következő 30 fölötti volt. Csú. Ez kemény. Utána 42 éve jött egy egyévei fiatalabb nálam. De amúgy, uh -huh. amúgy nagyon sokáig úgy volt, hogy tényleg vannak a 30 fölöttiek meg vagyok <laughs> ki. ja, az tök durva, és te se úgy lettél tanár, hogy az akartál lenni. Nem, Nagyon-nagyon nem ja. ja. nagyon kevés olyan ember van, aki tényleg tanár akar lenni, és mondjuk így ez, ez ezt így a fogja érezni, meg nem tudom, hogy már gyerekkorába erre készüljön nem tudom, meg tényleg nem, nem, azokat a példákat látják maguk előtt a gyerekek a tanárokból, a, akik ilyen nagyon húgy, nagyon kedvesek velük, meg, meg, meg hát mint, min te például, mert tényleg, 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 azt láttam, hogy szeretnek a diákeit, bakker, úgy beszéltek rólad, hogy én, én nem beszéltem így egyik tanáromról sem. És ez, a durva, hogy, hogy, hogy van ilyen, és, és, és jó lenne, hogyha lenne ilyen még több. Ah, ja, amúgy ez jó esik, hogy így, mert hogy kívülről is te mondjuk így látod, mert te most találkoztál pont friss két napja. a elég. koncerten, ja, ja, ja. Na, ja, meg ez is milyen érdekes, hogy, hogy mondjuk tudod, el tudom vinni őket így koncertre, és akkor... Mm. És, hogy nem tudom, mondták szülőkkel... is, hogy ez kurva nagy élmény, mondom, és mond, leg... mond, ha mondták is, a... hogy nem tudja elhinni, hogy te vagy ott a színpadon konkrétan. <laughs> vagy, hogy ez még mindig hihetetlen számára. <laughs> meg, meg bedobtak téged, a gumicsónakon bedobták az embert. Ez kurva Á, zseniális. Zsenián. Ja, hát ja, a ja. Ja, gumicsodnakban néha azért van halálfélem, mert amúgy nem fújták föl teljesen, vagy lehet, hogy nem nyomták mm. rendesen a szelepet, nem tudom, és így előtte dalnál lefutottam, és akkor láttam, odaívtam és lesz, hogy fújatok bele gyorsan, mert ez nem lesz így jó, mindjárt kell majd. És láttam videón is, hogy ugye nem teljesen merev, tudod? És akkor valahogy megforgattak, vitték vissza a színpad, és, és, ugye középre kellett volna, hogy van egy ilyen kiugró, ilyen dobogó volt, hogy mondom, És bevittek mellé. Csak a, tűzgép, a tűzgép fele, tudod? Azért rád, rádomnak a tűzgépre, mondom meg, meg sült, sült a nálesz, és mo mondtam, mutatod mutatott, mutogatta neki, arra fele kisebb, és akkor láttam, hogy már nem érünk oda, de mellette vagyunk, akkor kigurultam vele, tudod? A, de volt, ja, egyszer, egyszer, ilyen full, book fansbe kimentem egyik koncertnél, mert így raktak le egy meredeken. És majdnem más nem kis, mert akkor én kibuffenzek, tudod? Hello. <laughs> Az igen. É Én láttam, hogy felfújták, így fogdosták, és mondták, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Igen, van, amikor kötök ki biztosítás a külföldön, nyomjuk azért. Most itthon pont nem kötöttem, de lehet, hogy nem árt ilyenkor is. Mindegy. Euh, igazából, ja, ez ilyen funny, meg szeretem ezt hogy úgy csinálni. Ez de, nagyon de azért, ennyi de azért néha, néha, van, néha van félelmem, azért tudod, hogy hogy tart meg a közönség. Jó, nyilván. Nem. Ez ilyen ez mindig benne van. Öm, azt nem tudom, amikor ugye én ott voltam a Pesti Nagy Ramstein koncerten, amikor a rendes felfújható csónakban voltak öten, vagy hatan már, nem is tudom hányan, és ugye úgy vitték őket így a tömegen át, és így néztük, hogy az hogy a faszomba. Az az nagyon, az, az de az nem, nem egy ekkora csónak volt szerintem. Nem, nem hát ebbe Max 2-ben Nem, nem, hát nem. Hát ebbe álltak, és akkor, mert úgy volt, hogy volt a nagyon nagy, ugye, maga a nagy színpad, meg volt egy ilyen kisebb rész, egy ilyen, nem mm. tudom, szerintem technikai zóna volt egyébként. Mm. És akkor ott volt még egy színpad, ott az engelt eljátszották az ongorán meg mit tudom én, és akkor utána mentek vissza a gumicsónakba, így a közönséggel. <laughs> Állatom. Mindannyian. Így. hát őrültek, Cs. amúgy, most próbáljuk próbáljuk lemásolni, meg modellezni mm. legtöbb dolgot, de most Manin pont látott rengeteg ilyen színpadi elemet, általában nem tudjuk tolni, mert kis, kis helyeken nem tudunk mindent vinni. Mm. Tehát tűz nincsen át, meg ilyenek ugyanívan. meg az egy nagyon nagy kiadás, de hogy, ő, hogy most is vett, az énekes emagról egy ilyen szárnyat, amelyek négy méter a fesztávolság, az ott wow. nyitott a színpadon, érted? Az, az engelben, az engelben, szárja tudod, szárját, át, uh -huh. Hát hatalmas volt. Ez. És meg volt az az íj, ami az ilyen pirotechnikás. Az nagyon kemény volt. Az egy replik, az, -e replika, az -e replika, az eredeti replikája. Hát az a duhaszt a replikája. Nem? Igen, és akkor ott pörgött vele, az még pofál, pofál bele az arcodba, szikrát vele. <laughs> még azóta is érzem a gondolom De <laughs> nem baj, a, a, is jó volt, azt láttam. Na, azt is láttad? Aha. Ott, izé, ott, ott koncert közben kitaláltam, hogy térden oda megyek, és felén fordítja. Aha. A, mert hogy nem játszottam a dalba, mert a régi tag ja, játszotta, ja. és én szóltam neki két dal előtt az énekesnek, hogy lehet egy ilyen, mondta, hogy majd meglátjuk, oda mm. mentem, meglátta, rám fordított, azt úgy arcba lőtt, beterített a hab, tudod. Aha. A közönségnek tetszett, tetszettem, úgy jó. nagyon, hogy kérdezgettem így az embereket utána. Ennyi, hát hálásak volt. Diákokra visszatérve meg, ja, a szülőkkel ott ugye néha beszélni, akik jönnek, a, az, akik általában így járnak velünk, úgy alapból ők beúrósak, mert van két állandónk, csak nem értek most rá, és most sokszor jöttek, meg most fognak is Németországba is jönni. Hogy beszéltem, amúgy ugye a szüleik kezdtem, mondták, hogy ilyen tök nagy élménynek fogják föl, hogy én, mm -hmm. ha valamire, és ez most vicces lesz, hogy nem tanításbeli dolgot fogok mondani, de ha valamire egy a tanításból, vagy tanítási időszakból majd akár később büszke leszek, az biztos az, hogy, hogy élményeket tudtam adni nekik szerintem. Igen és hogy, 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 akár 10 vagy 20 vagy 30 év múlva ezeket, vagy akár egy haver sörözésnél felemlegetik. És ez... uh -huh. én ennek nagyon örülök, hogy, hogy ha ez így lesz. Tehát, hogy, ugye ez, ez, szerintem tök jó. Ez a legjobb dolog igazából, Még. jó mm. élményeket adni nekik. És amúgy ezért is szopás az, hogy nem visznek annyira. Vagy minket például ne nem vittek annyira annyira osztály kirándulásokra sem, meg semmi. Igen, nem, ezt nem, ez nem értem amúgy. Tehát, hogy, Na, most hogy... meg a gyerekek a iskolát szerintem. Igen, meg azt értem azt, hogy 9 van olyan tanár, aki nem meri elvinni őket. 9 én se akartam egyébként, csak jött ez a zánka, hogy lehet, és akkor jó, menjünk, akkor két osztály folyam együtt. Azt egy picit ne neci volt, mert ott még kicsik voltak, mm -hmm. nagyon ott az vigyázzuk jobban. Meg ott lányok is voltak, mert másik osztály is volt, úgyhogy igen, ott figyelni kell, de hogy, de hogy egyébként meg 9 akkor ne vigye. De akkor vigye később, nem? Tehát, hogy... Jaj, jaj, Vagy meg, meg amúgy én ezt nem értem ebben, hogy ilyenkor, és ezt üzenem akkor többit többi tanárnak, a valaki hallgat, hogy nem muszáj ám négy-öt napra menni? Lehet menni, nem ott alvós, egy jó programra? Persze, akár csak Budapestre persze, felvonatta el, a reggel, aztán el, estére el, haza el, 8 órára. Ott a CyberJump, én elvittem őket, azt nem tudom, ismétek tudjátok, mi ez a CyberJump? Az Ez ilyen az ugránus. Ilyen boromi nagy park. Vagy a lézertek. Én ezekre pont vittem minket. Akartuk menni Gokártól, és az, az még nem jött össze, de amíg is, itt nem úlik. <laughs> uh, de hogy, 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 hogy rohadtul élvezték. És elmentünk, nem volt egy annyira nagy összeg, mit tudom én, nem tudom a fejenként mennyi volt egyébként, de nem volt ilyen, ilyen tízezer alatt volt bőven, nem <laughs> tudom. Súli időbe mentünk, a lézertek se volt drága, mit tudom én, pár ezer forint volt fejenként és egy, mégis egy plusz élmény, én, én is beálltam, a ugrálni és ugráltam velük, a lézeteknél beálltam, mondod, rám vadászott mindenki, neki, az, mondom, <tosz> ilyen nincsen, akárhol állok, mondom, mindenki lelő. <tosz> Na, no, hogy egyszer a kell egy felnőtt szólja, aztán nem veletek osztály kirándulás. Lelővi minden. Egy, egyébként most korábban szó Szlovéniába jöttél volna, volt egy hely még pont. Bassz. <tosz> Pedig az, az egy nagyon jó volt a, szlov a Szlovénia, az nagyon, Szerintem az, 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 azt úgy jöttek vissza, ők is hogy nagyon imádták, de hogy, hogy, én is úgy éltem meg, hogy iszonyatosan jó volt, jó élmények voltak, de pont meg volt a balansz, hogy uh -huh. mindenki jól érezze magát, és aki nem jött, vagy, vagy, már nem az osztály rész, az várhatja. Én ezt gondolom, mert, mert tényleg egy, 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 tök jó volt. És milyen fura, hogy három évig mond szerveztem. amúgy ez, ez hozzátartozik egy érdekesség, hogy annyi lemondás volt, meg, ilyen, meg volt, aki jelentkezett suliból, aztán lemondta pár héttel uh -huh. később, amikor már le volt foglalva mindent egy évre előre, tudod, meg minden de, dátumra, stb. Hogy volt egy pillanat, ahol, ahol, egy hajszára voltam attól, hogy akkor lemondom a faszba, én ezt nem mondom, ez nem fog kijönni ennyi pénzre, amire tá számoltam, mondom. Mégis. Szétbaszott az ideg, mondom, nem leszünk annyian, nem ilyen, lemondja, volt, aki úgy mondta le, hogy ez én írtam rá, és akkor a szülőbe közölt, hogy amúgy augusztus végén kíratom a gyereket. is. Ja. Én, én azért, én azért írtam, hogy a maradék tartozást a utalják el, Erre még nekem kellett utalni, tudod, de vissza a pénzt. <laughs> és Aszt. tudod, így, így volt egy pillanat, ahol, ahol tényleg egy vagy két napig ott voltam, de az tehát feleségem egyedül szerintem csak velem, hogy ezt én lemondom a francba, én nem, ezt nem csinálom. és soha többet nem szeretek senkinek, ilyet mondom, hagyjon békén mindenki, nem akarok ilyet. Tényleg így voltam vele, és akkor hál' Istennek nem csináltam ezt, meg rendben uh -huh. de de tényleg volt egy példa, olyan kilátást annak éreztem, hogy mondom, egy éve lefoglaltam. A szülővel, ez szülekezett szülő elkezdett nekem izelni, hogy ha hát ő ő, azért, hogy amúgy is ez túl drága, és hogy ez lehet hogy olcsóban is, meg nem tudom, ő épp rákeresett és talált, ami rákerestem, nem, nem, volt olcsóban. Ö, megnéztem ugyanazt a szállást, amit én foglaltam, és 300 drágább volt, mint amennyire foglaltuk. Wow. És ezt úgy, ezt elmondom, mert érteni fogjátok, öt a hat nap, fejenként, mit tudom én, 60 ezerért. Uh -huh. És apartman két a Két apartman. Jó. Igen. És jó volt, és tényleg tök jó volt, központ ilyen volt, ja, és, és ugye 108 ezerből kijött az egész, úgy, hogy abban benne volt az utazás is, meg, meg a, azon belül, amikor mentünk Olaszországba, a Flix buszos jegy, meg uh -huh. minden ilyen. És amúgy kijött tényleg 100 ezer kijött az egész fejenként, és mondom, ez 3000 forint volt havonta, hogy gyűjtöttünk rá. De jó, ez, nem múl... megéri. Mert tényleg, amit igen, te igen, is mondtam, mondtál, a... legalább visszatudnak rám, hogy pár év múlva igen. gondolni. Meg mit igen, tudni. csak az a... olyan rossz, hogy nem, nem látja senki egyébként, hogy belül mire idáig eljutsz, mennyi ideg bajt kapsz. Ja, persze. De ez És minden szervezés így van. igen, igen egyébként, ez egyébként ebben igazad van. Meg ma nem tudom, tehát utólag már, már nevetek ezen, de akkor tényleg, tényleg de ilyen, fú, nem, nem tudom, olyan rossz, rossz napokat éltem ott. Ah. Tehát, meg nyáron volt, még tudod, még nem is volt tanítás, nem kellett mit de már ezzel foglalkoztam, mert nyilván kellett vele. És ugye mondom, egy év előre lefoglaltam, most itt, itt szívok, nem tudom, újat már nem tudok foglalni, ugye x főre foglaltam, most kevesebb, ne. nem, így is egy fővel kevesebben mentünk el amúgy végül. Oh. Nem, bocs, nem, kettővel, csak az egyik az már úgy mondta le, hogy ő neki már nem, nem tudtam pénzt visszaadni, mert akkor már nem lehetett semmit csinálni. Ő, ő, konkrétan egy-két nappal előtte szólt, hogy nem jön. Ja, akkor neki ugrott végül is így. De ő ki is iratkozott Logo. utána, uh -huh. meg hétfőn, amikor visszajöttünk. Uh -huh. úgy, úgy döntött, hogy van van egy barátnője, 18-es, ja. van egy barátnője, aki az oda költözik, és ő dolgozni fog, és most 12-es. És estiben beiratkozott mellé, és hogy majd ott megcsinálja az érettségét. És innen is üzenem neki, hogy hogy remélem, most sikerül. Hajrá! De ő hát is. De, benne. Figyelj, én elmondtam neki, mit gondolok róla. Ő azt mondta, hogy igazam van, mindenki azt mondja, hogy hülyeséget csinál, de ő most úgy érzi, hogy ezt kell csinálni. Én mondom, ah. figyelj, akkor én nem foglak, mondom, győzködni, egyetértettünk igazából abba, hogy úgy gondolja, mint én, de most ezt szeretné csinálni. Mondom, akkor én uh -huh. nem állok szóban, nyilván nem is tudnék. Nyilván sok sikert kívántam neki, adtam neki ötletet, hogy a Ugye a szakma helyett kell választani, ötödik tárgyat, mondtam neki, hogy a digitális kultúrát válassza, mert könnyen meg fogja tudni csinálni. Uh -huh. Mondta is, hogy így lett egyébként. Aztán azóta mi a helyzetben nem beszéltem, melyiket Aranyos volt, megkértem, hogyha minden rendben van, akkor vászon, és egy héttel később rám írt, hogy leírta részletesen, hogy beiratkozott, é izé, melózik, minden oké. Okay. Szóval úgy tök jó fej volt meg én, én, én tökre bírtam őt, és sajnálom, hogy elment. Van ez így erre vitte az élet. Én szerintem hibát követett el vele, de cáfoljon rá. Nekem is azt mondták a passzívást, hogy hibát követtek el, és rátszer volt. Figyelj, de lehet, hogy ez olyan, hogy el kell kövesse ezt a hibát, hogy aztán valami más. Az is lehet, hogy, az is hát, lehet, hát. hogy megcsinálja, de amíg átmegy rajta, addig nem tudom. Hogy más emberi válik, mondjuk, hogy valami nem tudom. Szóval valami sok sikert neki. Ennyi. Ja. ja. Na bizumannin, végére értünk itt a, a dologat, Végére értünk, úgy szerintem most már amúgy az domász, az, az, hogy még ott a backstage két és rész. fél óra lesz. Igen. Hát ebből hát. lett egy négy és fél. Hát. <laughs> Lehet, hogy rosszul jársz, egybe akarod vágni amúgy. Nem ma fogom szerintem meg, megvágni amúgy. <laughs> Miért ma tervezted amúgy? Nem baj, nem baj, én már nagyon régóta nem vezettem podcastet, nekem volt kettő, amit vezettem, még anno oh. volt a Kartassa, meg a Bandi volt. No, nagyon annó múlt előkerült, nekem is van ilyen nem listázott be, ilyen nagyon-nagyon régi oh. podcast, ilyen négy-öt De mostanában nem csináltunk ki ilyesmit. Ja, a Lelőhettél volna nyugodtan, ha hozzá fűzni úgy valamit. Nem gáz, nem gáz, reméljük, hogy tetszett a nézőknek. Így van. Itt, itt van Bali, vagy igazából, hogyha megtökrözöm magam, akkor itt van Bali. Itt meg itt meg Gergő. És kövessétek be őket Twitch-en. Gergő Ba és Bali a Twitch neve, mivel a négy karakteres nevet sikerült neki egy kis ***-vel <laughs> <kis gül> megszereznie. Ez pontosan így történt. Ez kérdés <laughs> És figyelj már, ezért nem sebes érted, amúgy egy kicsit nem Mázott a begyógyult, úgyhogy nincsen az. Hát már régóta partner. Ja, ja nem tudom mire. De partner vagyok, az a lényeg. Szállam Ennyi. Megmondjunk. Szánom, a... pipa. Így van. Nem baj. Majd Gergő is az lesz, hogyha bekövetitek. Így, így. Úgyhogy... Kösz szépen, hogy itt voltál. Ennyi. Köszi szépen, köszönjük szépen, hogy átadtad nekünk ezt a tudást, a véleményeidet, és ennyi. Szerintem a kommenteket gondolom olvasni fogod szóval, hogy ha valaki Persze. van valami kérdése felé, akkor ott is tudsz nekik akár válaszolni. Meg mi is nyilván, mondjuk mi olyan sokat nem tettünk hozzá, de szerintem a Gergő az önmagában is egy nagyon érdekes személyiség, amúgy vitte a sót, vitte a sót szó szerint szóval hát Remélem, hogy nem érződött annyira úgy, hogy csak én pofázok, mert. Prób Na, szóval hogy éreztem néha, hogy most abba kéne hagyni, vagy ilyenek, de hogy amúgy nagyon szívesen válaszolok mindenre. Egyébként meg fogom olvasni persze mindenki. Ennyi igazából. Aztán, hogyha esetleg lesz még valami új téma, ami ilyen iskolához köthető, reméljük, hogy pozitív hangvételű lesz, kedves, kedves, kedves kormány, és akkor majd arról is tudunk beszélni, hogy milyen pozitív változások lettek ezután a podcast Így van. után. Nyilvánvalóan nem negatívak lesznek, de hát ki tudja, ki soha. tudja, ki tudja, soha nem, Na, soha múl. nem. Szívesen kapható vagyok ilyenek beszélhetünk. Ja, már, az, azért az, is, is mondom, hogy ha még összejön annyi téma, akkor, akkor, esetleg a kommentekből majd összedobom. Igen, az el, a baj, hogy sokszor köszön. úgy éreztem, hogy túl nő rajtunk a... Mármint, hogy, hogy annyi minden van, nem vet lehet ilyen hosszú, hogy... Túl sok a dolog. annyi ja, téma van, van, és annyi mindent lehet róla beszélni, meg közben eszed, eszedbe jut esetleg egy-két dolog, még pluszban még nem is gondoltál, hogy, hogy tényleg, tényleg rengeteg. Hát meg ez egy nagyon bő téma, és annyira, ja, túl, túl, jaj, annyira jaj. túlmutat egyébként dolgokon, hogy Hát ne jel, nem valószínűleg nagyon sok dologról nem beszéltünk, ja, de azért biztos. az aktuálisokat szerintem meg, De meg, ami késik, lát, nem így. múlik. Ami késik, nem múlik. Én, én is köszönöm így. szépen én a neked a meghívást. Ja, én is köszönöm, é. hogy eljöttél, meg köszi a, a koncertre meghívást, arról majd lesznek bejátszva felvételek, majd, majd lehet, hogy végére rakok egy-kettőt még. Um, Ja, meg kószibálynek is, hogy eljött igazából. Bali, az az valószínűleg kohoszt lesz, hogyha még folytatjuk Ho -ho 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 -ho. ezt a podcastet. Kohoszt -ho. ember. Ez a névtelen Kövessétek podcast, podcast a vagy, vagy a podcast, aminek még nincs neve, de majd ha egyszer lesz akkor. Az talán... mi? Ú, uh, az, az amúgy nagyon jó a podcast. A podcast, ami aminek nincs neve. még nincs neve. Ez kurva ezt mond, jó. Ugye. ugye ezt mondtam, ugye? Ugye? Aha. Ez egy jó név. Szívesen. Ez egy jó név. Ez egy jó név. Ennyi. Is kövessétek a Firefight is, egyébként Rammstein Tribute, ez zenekar, ja, nemzetközileg elismertek, úgyhogy. Igen, Németországban is nyomták. Nyomjuk majd, meg nyomtuk is. Igen, igen. Egyébként volt, most, most fogunk menni majd. Hát most nem mondom, hogy jövő héten, mire meg lehet már voltunk. Ja, lehet, De... nem tudom. De, De amúgy ez én... király lesz. Hova mentek a Ö, ami képzelt, el ami képződően 500 fős lelkes falu. De az a durva, hogy Németországban, nem tudom, ennek lehet, kultúrája van, ilyen a környező, bár nem tudom hány kilométerű városokból, buszokkal, kocsikkal jönnek az emberek, és hogy ilyen ezer, ember simán oda tódul. Nem tudom, hogy. Like a Ez Nagyon király amúgy. Ne, én nem, nem, tudom, nem tudom, honnan jönnek. Nekem írták, hogy, hogy én. Ez zé, uh, a, a, rendes Ramstein az sokkal jobb, meg hogy <laughs> uh, Ramstein knockoff, meg, meg ilyenek, tehát hát, de hát ez, ez a lényege, meg, bro. De amikor ja, meg ezt, a ezt akartam még kérdezni, ezzel kapcsolatban nem akartam elfelteni. Ez jogilag hogy van, hogy másnak a zenét felhasználjátok a múlt koncertezéssel? Vagy így van valami a rammstein esetleg valami? Nem, amúgy ez, ez világszinten nem nagyon van ilyen. Tehát például a metallica volt ilyen, hogy voltak a, az ügyvédek, és amikor bepereltek egy Metallica tributot, meg így minden, és akkor Metallica ezt tudta és kirúgta az összes ügyvédet, amúgy, és, és szóltak, és szóltak a zenekarnak, hogy nyugodtan. De egyébként, egyébként az úgy van, hogy nekik ebből semmi gáz nem lesz, mi egyébként ebből jogdíjat nem kapunk. Nekünk erre egyébként van egy szervezet építve, tehát konkrétan lehet egy százalékot adni nekünk például a Tehát uh -huh. Van egy ilyen, hogy mondják ezt? Egyesület, egyesület, egyesület. Mm. És mi tudunk számlázni, meg minden, de jogdíjat nem szerintem. Szóval én nekem volt saját zenés zenekarom, több is. Adtunk ki is még régebben, meg ilyesmi és, és azoknál például lejelentettük a dalokat, és akkor kaptunk mondjuk jogdíjat, ha ha volt valahol, vagy ha lejelentettük, hogy miket játszottunk egy klubba, akkor kaptunk kértebb a pénzt. Aha. De e, így, így, mit tudom, fél évente, vagy x mondta. De amúgy tribute tributnál ilyen nincsen, tehát, tehát, nyilván jogdíjat ebből nem fogsz kapni egyáltalán. És a nem kap belőle jogdíjat? Fogalmam is, hogy a klubok, tehát hogy az a baj, ez nem a mi részünk már. Tehát, hogy ez az at például Magyarországon, az egy érdekes téma, hogy az úgy működik, hogy ugye oda lejelentik mondjuk a klubok, meg, vagy általány fizetnek, és akkor a dalok után adnak a zenekaroknak jogdíjat, ha a zenekarok igénylik. Szóval ez egy érdekes dolog, ha a zenekar nem uh -huh. adja be az igényt, akkor amúgy ez a szervezet benyeli a pénzt. Ezt igen, tudom, de a pendrive de akkor, akkor is megy az artisius a pénz. Mindenre, ha a legutolsó faluban lévő rádióra is kell fizetni amúgy, yep. igen. Ez egyik, a másik, hogy nem tudom, hogy eljut-e hozzájuk, nem tudok válaszolni, mert ez már ugye nem a mi részünk. Mi lejátszunk hát a koncertet, nem nekünk kell fizetni jogdíjat érte, hanem a klubnak, ahol ez szólt. És, és hogy utána az a pénz hova jut, meg hogyan, vagy ki tesz zsebre, vagy ki nem, ez egy good question, és nem tudom a válaszra. Csak ez érdekelt már, hogy ez ilyen, ez ilyen Hát, na, úgyis mindig ezt szoktuk feszegetni a morális dolgokat, mm. és ja, hát most te érted? Másnak a zenéjével haknizni, tehát ez, ez mondjuk már nem hakni. De, de vannak azok a, a kategóriák a is, de ezt, ezt láttam, hogy nem hakni volt, srácok, ebből biztosra tettek. <laughs> ez ez, 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 ke, ez kemény volt. Tisztuk. És az énekes hangja egy per egy olyan. tehát... <laughs> Nagyon Viktor, nagyon, Viktor, nagyon, jól tolja amúgy, és a, a fizimiskája is hasonlít a Lindemannhoz. Amúgy igen, igen. Uh, Egy meg és, igen, is megvan hozzá. Uh, én mondjuk még vékonyságban nem hasonlítok a flákjára sajnos, <laughs> mert még lenne... Még, téged lenne, még nem gyújtottak hál Istennek nem, de hogy lenne, lenne pár kilót még, még, leadnom, vagy nem tudom, meg én még nem estem le a sávó má esetleg a csónakból. De hogy a lekopogom, mert reméljük, hogy nem, nem a késik, nem múlik elven van ez. <laughs> de hogy egyébként mi arra törekszünk, és hogy az a itt tribute, ki hogy játssza, nem tudom, van, aki csak azért, mert szereti kedvenc zenekarra. Mm. Mi például nálunk is ugye mindenkinek egyébként a kedvenc zenekar. Mondjuk én nekem nem, én bevallom, hogy én sokféle zenét szeretek, ugye én kedvelem a rámsát is, én ismerem a srácokat, zenéltünk régen sokat együtt, úgyhogy én másik zenekarra zenekaruk voltam, mm. és így jött az ismertség, és fölhívott az énekes, hogy billentyűs posztra, keresünk embert, és lenne kedved. Én már másfél éve nem zenéltem, abba hagytam Covid után teljesen leépítettem, nem volt energiám, úgy éreztem, hogy uh -huh. szerettem zenélni, imádtam, ott, voltam, imádtam, de már a körítést a megyek, cipekedek, szervezek, ez elegem lett belőle, én csináltam Gimióta óta szünet nélkül, tehát, gyakorlatilag ilyen 10 x évig, és akkor abba hagytam, és ugye fölhívtak, jó, akkor Megjött a kedvem, ismertem is őket. Igazából érted, a zenekarbotán egy tag volt, aki új volt azóta, tehát majdnem mindenkit személyesen már ismertem. Úgyhogy így, így, így kerültem be a zenekarba, és mi, tehát olyan úgy gondoljuk, hogy azért Rámstein milyen gyakran jön Magyarországra. Lehet, hogy máshova nem jön, nem tudjuk. Biztos, hogy ezt száz százalékra mondani, hogy többet erre nem jönnek. De Már csak te... azért, mert a 30 éves turnéjuknak a megállomása is most Szerbiába volt. Tehát abban gondolom, hogy ha jönnek nem. is, akkor még két-három turné múlva. Hogy hát, lesz két-három turné múlva, ugye? Nem, ki tudja, vannak azért balhék néha. És, Persze. de, de hogy az a lényeg ebben, hogy, hogy, mi ezt az életérzést, ezt a sót akarjuk átadni, egy kicsit kicsibe, szóval egy, egy Rámstein kicsibe, mert hogy nyilván ők egy arénába azért azokat a brutális kamionnyi pirót, meg minden, amit hoznak, azt nem tudjuk mi leutazni magyar szinten, de amit Mannin te most láttál például, vagy ha láttad videón, vagy bármi képen, Bali, hogy uh -huh hogy, hogy azért ez, ez szerintem életünk legjobb, meg leglátványosabb bulija volt, és nyilván nem minden koncert ilyen, mert nem mindig lehet ennyi pénzt beletenni. Tehát azért ezt el tudom árulni, szerintem nem titok, hogy mi ebből nem nagyon kerestünk. Tehát, hogy ez, a, ez ami bejött, hiába volt tehát ez, ez így tól, tólódott bele már előre, úgymond ebbe a béleti díj, a pirotechnika, csak a hát béleti díj meg a pirotechnika egyébként milliós tétele érted, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy kifizeted a ródokat, meg a mit tudom én, miket, a pólókat megvettük előre, nem tudom. Tehát sok minden van ebbe. De hogy ez a lényeg, hogy mi ezt akarjuk átadni. És amikor nem viszünk piót, akkor is egyébként viszünk. Van, hogy viszünk szikrát, van saját szikragépünk, van füstgépet, most nem láttatok a sajátot, mert ilyen, az csak kis klubokban van füstgép, van programozva a szikragép, a négy fény, amit láttál, álló lett, nem tudom, arra emlékszem, Mannin. Igen. Volt négy darab ilyen nagy álló lámpa a színpadonig. Azt a sajátunk például, azt le van programozva. Mm -hmm az be van minden dalhoz le, a dobos, minden is üdvözlöm, dobos a két gyerek mellett, még nem tudom, hogy van éjszaka ideje ilyeneket csinálni, de leprogramozott minden dalra a fényeket, hogy tökéletesen, uh -huh. mint az igazi Rammsteinben, úgy ritmusra minden színek villogjon, és ilyen szívünket, lelkünket beleadjuk abba, hogy a lehető legautentikusabb hangzás, és a lehető legautentikusabb kinézet legyen ebben. Azért vagyunk beöltözve, uh -huh. nem ja, Cseréltétek is a ruhákat, azt láttam azért, tehát uh... Az énekesen legalább négy outfit volt, amit láttam, ez ha nem volt több. több is szerintem. Na igen, ez az. És akkor még nem azaz. is játszott, nem játszottuk azt a dolgot, amikor kétszer pointban van. Az az. Hát, ja, mindegy, jól van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszi szépen, hogy eljöttetek, köszi a nézőknek, hogy végignézték, vagy csak a végére tekertek és hallják, amit mondok, de, 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 de köszi szépen, és ja, írjatok kommentbe, hogyha van még kérdésetek Gergő felé, vagy felénk, iskolás tematikát esetleg, um, Ezeket, ezeket mindenképpen ki tudjuk még vesézni akár később is. Ja, köszi, hogy itt Így voltatok. Van. Köszi, srácok. Ja, iratkozzatok föl a srácokra Twitch-en, Youtube-on, Gergőre, nem tudom Balite, Youtube-on, mennyire nyomod, most de Még a egyelőre se. nem, de tervek vannak. Tervek van, vannak, szóval. Tervek tök, mindig vannak. Szóval, ja, mondjuk a Twitch nevetek az végig a képernyőn lesz, amúgy a leírásban is uh -huh. ott lesz. Mindenkinek a social -ja, el tudjátok Ulykul. érni őket. Köszi szépen, hogyha akartok még ilyen podcastet, akkor majd még lehet, hogy jobban beletanulok, és a következő jobb lesz. <laughs> Until next time. Ja, ja. maybe next time. Na, köszi szépen, császtok, csőcsők. Sziasztok. Sziasztok. Oh, sziasztok. Ádásség a gyümölcs.